Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Tudod, mi gondolkozom? Mi lehet a legkönyörtelenebb, amiről beszéltünk? Van egy rádió, a Sláger, ahol a Balogh Esperes egyedül van egész reggel. Hát figyelj, szívem szakad meg. Ott nagyon kell a hallgatókra számítani. Gondolod, hogy egyedül vagy, és így beszélsz. Az borzasztó. Azt szerintem az borzasztó lehet. Mert napközben persze a Csabi egyedül van, beszél. Oké, de az kívánság, műsor keveset beszél. De reggel azért fontos, hogy valaki beszélgessen veled. És hogy azért úgy visszaszóljon valaki, és ő egyedül tolja. És még egy technikus sincs körülött, aki de nyilván lehet, hogy ott van, de nem nagyon szól bele. Tehát az a hivatalos variáció, hogy ő egyedül beszél. A Budamarsz is ugyanez volt, csak ott időnként volt egy egyébként kifejezetten jó fej technikus, akit meg tudott szólítani, és ők tudtak egy-két mondatot váltani egymással. Igen, de oda talán a Banita is néha beleszólt, meg ott azért úgy voltak. De Balogh Esperes Ákos rendületlenül tolja. És nagy témákat csinál? Milyen szánt? Hát, kénytelen. Vagy csak annyi van, hogy ennyi idő van, hány fok lesz ma, és jön a nem tudom, huligensz. Én van nagyjából ezt. Aha. Hány fok van, kis közlekedés, kis jó tanács, kis zene, kis közlekedés, napi kis időjárás. Tanács, napi jó tanács, szerettem. Nem tudom. Komolyan mondom, úgy megsajnáltam. Szerintem felélegezne, ha frácsörögnénk. Kicsit annyira megsajnáltam. Segítünk, biztos jó lesz neki is a figyelmesség. Ne, csak ezzel fölcsörögnél, hogy egyedül vagy egy hogy kicsit. Hogy megsajnáltuk? Ezt ne használd, mert akkor becsapodnál. Nem, a jó szó, a szó jó értelmű, mert ne gondoljátok mindig, amit mondok valamit, akkor annak van egy ilyen pejoratív áthallás, hogy megsajnáltuk. Jaj, olyan kis együgyű, hogy megsajnáltuk. Ez a kollegialitás. Nem, elképzeltem azt, hogy egyszer, amiről beszéltünk sokat, hogy valahol egyszer úgy hozná azért, hogy egyedül kéne műsort vezetnem, az ebben nyilván szerelmes hangjában egy ideig megy, de egy idő után rettenetesen nyomasztó, és tudom, hogy ez is egyfajta műsortípus, ahol a műsorvezető egyedül van, de nagyon sajnálom. Fölteszed a kis nagyon kérdéseidet, és aztán meg is válaszolod. És egy ilyen önmagaddal való veszekedés, viaskodás, beszélgetés az, amit hall a hallgató. Hogy gondolod ezt, Balázs? Nem, én egész mást. De van, aki ezt egyébként kitűnően csinálja. Tehát ő úgy érzem, hogy ebben egyébként jól érzi magát. Jó. Elszomorodtam. Mondjuk most jobban belegondoltam, hogy a fel rácsörögnék, akkor lehet, hogy azt hinné, hogy keresünk a kiskapukat. Hogy most nem azért telefonáltak, hogy jönnétek? Mert simogassuk, meg kicsit hívjuk föl. Szerintem persze. Én benne vagyok, szívesen felhívhatjuk. Se számolt, se mobil, én semmit nem tudok hozzá. Nem. Drága hallgatók, szóljatok Ákosnak, hogy keressük. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy ha ráírtok egy SMS-t a falára, náluk is van biztos SMS szám, hogy fölhívjuk, csak hogy beszéljünk vele. Tudjuk, hogy van, aki itt ott szörfözgető hallgatóink, akik ide-oda kapcsolgatnak, meg is értjük egyébként. Mert mi is halljuk a zenéket. De rohadék. Ő a Slágerben van, azt hiszem. Hát, az is lehet. Vagy várjál, nem, a Slágerben. A Slágerben van a Happy. És akkor ő hol van? A katolikus rádióban? Nem, ő Rádió 1-ben van. Mindjárt nézek egy SMS számot. Ő a Rádió 1-ben van. Mit keresel most? SMS szám, Rádió 1. Nem akarunk írni nekik? De igen, írjatok rá. Tessék? Nem fogja elhinni, ami írjunk. Írjatok Ákira. Egyszer szeretném volt a... domálni veled, Balázs Feri Jani. Morning Show-ból. Lehet, hogy megkérdez. Adás után. De semmiképpen nem adás után, igen. Mert olyan szánalmas lehet egyedül ülni. Nem, mert semmi bántó nincs benne. Nem, ő, persze. Igen. Enyhítenünk társas magányodon. Igen. Hányan dolgoznak egyébként hasonló módon úgy, hogy napközben nem szólnak senkihez? Nyilván baromi sokan. És azért az egy nagyon kemény. Az egy nagyon kemény meló lehet. 8-as műszakban mit csinálsz egyedül? Hogy valójában nem tudsz, vagy nincs lehetőséged, vagy egyedül vagy, vagy nem tudsz senkivel beszélni, mert olyan a munkád, hogy egyszerűen ott ülsz egyedül, vagy állsz, és csinálsz valamit. Hát azért megkeressük? Az ország legmagányosabb munkáján? Megkereshetjük közben. Mi a biztonsági őre csertés telepen valahol kint a pusztában? Az. Már igen. Ott még a röfikkel el vagy, hogy... Miniszterelnöknek lenni, mindenkitől leválja a megoldást! Hát de ő nincs egyedül. De ő nincs egyedül. Már nem nézett, már csak a jó Isten van. Tényleg, rágalgatok, küldjétek el nekünk, hogy
vagy ki az a hallgatónk, aki tud mondjuk rádiót hallgatni, de megválaszthatjuk az ország legmagányosabb egyéni vállalkozójának, munkaerőjének, dolgozójának, aki egyedül ül valahol úgy, hogy meg tud arról bennünket győzni, hogy ő a lehető legmagányosabb. Egy gépsor mellett, kint a mezőn, kint bojtárként. Na jó, hát a bojtár mellett azért vannak egy pár, csak bégetnek. Valahol. Toronydarú kezelő. Toronydarú kezelő. De ott azért ott lemész, ott vannak. De meg bókizol. Fölmész, bókizol, kizol. Tessék? 20 perc, amíg leérsz egy pössönt és kedvét. Na, szerintem az bődörbe. Azért meg le sem mész. Szerintem azért nem mész le. Igen. Szóval, tényleg keressük meg akkor azt az embert, aki a legmagányosabb. Jó? Aki úgy tud bennünket hallgatni, de közben ő azt gondolja, hogy vele nagyon kiszúrt az élet, és jelen pillanatban utálja a munkáját, mert soha nem tud senkihez szólni, egyedül van, egyedül üldögél. És valami monoton munkát csinál, vagy olyat, ami... Tehát, hogy nyilván meg kell csinálni, de nem szereti, és közben baromi egyedül érzi magát. Felhívjuk, és kicsit beszélgetünk vele. Hogy ne legyen annyira egyedül. Jó? Közben Ákos is átcsöröketünk, csak nekem még nincsen számom. Küldjetek már egy számot, léci. Jó? Majd, ha tudtok. Talán Rádió 1-ben ül most. Uh-huh. Rádió 1-ben van. Rádió. Azt mondják, hogy nincs egyedül, mert a Hudák Anita vele van. Az nem, igen. Az más, az a happy. Ugye? Az a happy. Én és az a sláger, mondom, az hát más. Akkor magányos. Akkor mégis egyedül van. Szóval igen, hát nehéz. Biztos, hogy baromi nehéz lehet. Azt írja egy hallgatónk, hogy a Bétót László volt egyedül vasárnapokon este. Igen, hát neki a poptaliszja volt. Nem, de ő szeretett egyedül lenni, azt hallottad igen. Ő élvezte ezt, azok a szignálok meg vannak. Ő szeretett egyedül lenni. Egy időben azokat meg lehetett szerezni kazettán is. Házi barkácsolású volt, egy kicsit úgy tűnt a szignálpaletta, tehát hogy Bétót úgy esténként otthon, vagy minden hétközben magányosan összeütött egy-két, hogy hívják ott, hát zseni volt. Én vásároltam zseni. Egyszer egy ilyet. Egy poptadiszt. Színházi előadás, egy ilyen refekt kazettát, és az a volt, akinek, hogy ready, steady, go. Így nyomta. Ezek voltak. Kis beszéd, kis szöveg. Kis zene, kis ez, kis az, igen. Emlékszem rám. Na, tényleg, akkor írjatok nekünk, jó? Hogy aki egyedül érzi magát, aki olyan munkahelyen dolgozik, hogy senkihez nem tud szólni, aki azt gondolja, hogy neki van a leghányatottabb sorsa. És szívesen beszélgetne egy kicsit velünk, hogy örülne annak, ha mi felhívnánk, és egy kicsit jobb kedve derítenénk, akkor küldjetek el nekünk, vagy küldj el nekünk, hogy miért ő a legmagányosabb, és mit csinál, ez fontos, írjátok meg. Uh-huh. Egyébként, jó? Tényleg, hogy mit csináltok? Forgalomszámláló, az megvan? Ülsz egyedül az út mentén egy darab fehér papírral és egy ceruzával. Egy. Nehezen gondolom már, hogy ez valójában így zajlik. Van ilyen, hogy forgalomszámláló, ahol nem tudnak telepíteni ezt az elektromos forgalomszámlálót, oda megy egy ember és írja, hogy hány autó ment el az adott útszakaszon. És nem mész lenézni. Hogy hiba határon belül maradjál. Jó, Szani Ralit és a Bázi Csabit nem ér írni. De ők nincsenek, de nincsenek egy idegen. Magyar Liberális Párt személyzet is helyre valaki. Igen. Na, ki az, aki egyedül van? Jó, írjátok meg. Tök egyedül töltök napi 6 órát Ausztriában. Írja egy hallgatót. Reggel egy egyszerű morning a tulajnak, aki kiadja a munkát, majd eltávozik. Csak ti tartjátok bennem a lelket. Elkeseredetnek tűnik, csörögjünk rá. Elkeseredetnek tűnik. Napi 6 órát Ausztriában ráadásul egyedül takarít. Senki nem szól hozzá. Reggel köszön ugye a tulajnak, és utána távozik. Nincs senki, akivel tudna beszélgetni. Ilyenkor lehet zenét hallgatni takarítás közben. Nem? Bekapcsolni a hifit, a tulaj hifiét egy kicsit. Nem? belenézegetni, belehallgatgatni ebbe, abba. Abbát szerintem nem. Jaj. Na, gyorsabb fölhívjuk őt, megkérdezzük, mennyire magányos. Ausztriában dolgozik. Na. Igen. Hello, Balázs, jó reggel, ciao. Morning show, jó? Szia. Hello. Szia. Jó reggelt. Ausztriában takarítasz, te most tök egyedül, tényleg? Teljesen, nem, bocsánat, van két kutya. Van két kutya, mit takarítasz? Házat. Reggel egy morning a tulajnak, ahogy írtad, és utána ő elmegy. Így van. Kiadja, hogy mit csináljak, és eltávozik. Ma mi a feladat? És mikor végeztem? Ma körülbelül 372 darab kicsi díszbagjot kell
Megfosztalanítsa. Te nem a kicsi kis díszbagolyjal a szobája? Az irodája. Bagoly fetisista? Igen. De 6 órán keresztül tök egyedül, az még az kemény. Tudsz zenét hallgatni közben? Lehet, bekapcsolhatsz bármit? Be, persze, bekapcsolom. Aha, és minden persze, nap mész egyébként? Meg... Így van, hétfőtől péntekig. Minden áldott nap. Reggel 7 óra 15-től 13 óra 15-től. De nincs bent senki ott, aki legalább ilyen alakokat látnál a folyosón, aki elmegy melletted? De nem folyosó, ez egy családi ház. És minden nap ugyanabba a családi házba mész? Csak részenként takarítod nem, ki? Nem. Kétszer jövök ide, meg kétszer egy másik helyre, meg egyszer egy harmadikra. Naha. Hát, és sehol nincs senki, mert mindenki elmegy dolgozni. Így van, és Ausztria. De hogy bírja az ember, és hogy nem? És ingázok. Tehát, hogy mész át valahonnan, gondolom, a határ másik oldaláról. Uh-huh. Így van, ingázok minden nap 60 kilométert. Hogy bírod, hogy egész nap senkihez nem szólsz, és senki nem szól hozzá? Tehát ezért bele lehet őrülni, nem? Hát azért nem lehet bele, nem. Lehet, hogy jobb így, mint hogyha folyamatosan a seggembe állnának, és még azt. Aha. De hallgatom a rádiót, és el vagyok. Aha. És most a baglyok vannak. Tízig, csak te. Csak... Tízig röhögök magamba, utána meg zenét hallgatok. Csak te is a baglyok. Tökre megértünk. Nekünk is, hogy folyamatosan segünkbe állnának. Mondjuk, ha megfizetik. Nem, az akkor se. Az akkor se jó, ha megfizetik. És mennyit utazol? 60 kilométer naponta. 60 kilométer. Oda-vissza 120. Hetente kétszer 10 baglyok. És ehhez a tulajdon... Nem, azok csak havi... A baglyok csak havi egyszer jönnek szóba. Igen, tehát hozzá csak egyszer kell menni. Nem, csak egyszer kell baglyot takarítani. Aha. Egy hónapban. Csak Ausztriában egy takarító órabérben mennyit keres? Tehát körülbelül egy magyar takarítóhoz képest, mi egy órabér körülbelül? Hát ez szerintem teljesen változó. Minél közelebb vagy a határhoz, annál én 5 eurókat szoktak fizetni. De ez tök változó. Aha. Hát azért ez nem tűnik annyira soknak egyébként. Dehogy is, nem. Ugye? Nem, tehát az órabér az nem egy. Nem túl sok. Na jó, figyelj, egy kitartást fölhívtunk, csak egy picit tartsák ki. Köszönöm! Jó? Nagyon boldogát tettétek a napomat, úgyhogy most már nagyon boldogan vagyok baglyot takarítani. Már sokkal nagyobb kedved lesz. Ma felpolírozom. A tulajma az én, és nem ismer rá, hogy ragyogni fognak a baglyok. Új bagjaim van? Már megszokta, hogy ragyognak a baglyai havi egyszer, úgyhogy nem hiszem, hogy különösebben hozzáteszem, meg nem dicsérnek, csak nagyon ritkán itt. Úgyhogy nagyon háklis egyébként, nagyon háklis. Tehát, hogy ők másképp, őnekik mi csak egy munkásosztály vagyunk, arra vagyunk jók, hogy ide jöjjünk és dolgozunk. Szerintem a többség az... Aha. Így viszonyul hozzánk. Igen, tudom, sokan járnak ki egyébként. Mi vagyunk az osztrákok mexikánjai. Így van, és várunk a határon azért, hogy dolgozhassunk nekik. Minden áldott nap. Na jó, van, kitartás. Örülünk, hogy picit boldogabb lettél. Köszönöm. Jó? Örülök nektek, további jó munkát. Köszönöm. Ciao, hello. Elképesztő SMS-ek vannak egyébként, hogy kik dolgoznak és mennyi dolgoznak egyedül. Traktorban ülök 14-16 órát. Csak a nyulakkal tudok beszélgetni. Múlt hónapban 324 órán volt. Azt mondja, hogy kamionos legmagányosabb dolgozó. 12 órán keresztül megyek leföl, GPS vezet helyettem, szinte semmit nem csinálok. Szerencse van rádió, így nem fogok megőrülni. Ennél már csak az a rosszabb, ha éjszaka dolgozom, traktoros vagyok szintén. Írja egy hallgató. Sajtkészítő vagyok, 10 órát vagyok egyedül. Nehezen viselem. Nem csodálom. Halló! Hello! Hello! Jó reggel! Ciao! Ákos? Hello! Nem írtad alá, szia. Hogy hívnak? Balázs Morning Show, szia! Jó reggel! Sziasztok! Benneteket szoktalak hallgatni minden reggel. Te vagy a sajtkészítő? Igen. Hogy hívnak? Móni. Móni! Hello, Móni! 10 órát vagy te is egyedül? Hát minimum 10 órát, de van, hogy többet. Mit csinál? Tehát miért vagy egyedül? Miért nem többen vagytok? Vagy miért kell egyedül lenni? Hát, mert ez egy családi vállalkozás. És ezt a részét én egyedül csinálom. Hm. Reggel bemész, és onnantól kezdve egyedül csinálod? Hát általában hajnalba, uh-huh. 4 óra fele kezdem, és akkor mit tudom én, 9-ig, 10-ig vagyok, és akkor délután újból. De legalább a bocik, vagy nem tudom, a kecskék, akik nem hát kell megfejni. Ritkán válaszolnak. Hát, ritkán tud vele az ember beszélget. Nagy beszélgetés nincs, az igaz. Te szereted egyébként? Szeretem, csak ez a része, hogy egyedül vagyok, én azért szeretem a társaságot. Ez a része egy kicsit nyomasztó. Hogy nem tudsz igazából senkihez szólni. Igen. És azt mondod, hogy családi vállalkozás, tehát ezt megörökölted?
Nem, a férjemmel csináljuk együtt. Kicsibe kezdtük, már most kicsivel nagyobb teheneink vannak, meg marháink. És akkor 2 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy neki kezdünk sajtot készíteni. Hát a csináljuk együtt, az nem nagyon állja meg a helyét ez a mondatod, hogyha ő nincs hát, ott. De övé a fejés része. Aha. Ő állítja elő a fejet, egy ideig együtt csináltuk azt is, de így külön váltunk, hogy ő fej, én készítem a sajtot. És megy a biznisz? Igen, igen. Nem gondoltuk, hogy ennyire jó lesz, igen. De jó, tudsz, amikor valaki valami teljesen más, egyszer csak elkezd valami teljesen más csinálni, és aztán az így beindul. Na jó, van, egy picit gondoltunk rád is, jó? Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy visszahívtatok. Hát örülünk. Ja, olyan kis szomorú volt az SMS-ed egyébként. Hát igen, mert... De kis buk, így elárulva megírtad nekünk. Mert nekem volt munkahelyem, és évekig ugye emberek között voltam, és nagyon-nagyon szerettem. De ez, hogy egyedül vagyok, ez egy kicsit nyomasztó. Úgyhogy sajnálom, hogy nem lesz frekvenciátok. Na, tudsz valamit, cica? Nem. Sajnálom, hogy nem lesz frekvó. Hova szállítotok sajtot, hogy ilyen jól értesült vagy? Nagyon vágott te itt a napi közéleti helyzeted, hogy mi a milyen. Mondjuk mi is mondtuk elégszer nyilván, persze, de önmagunkon nevetve kicsit, vagy a saját nyomorunkon, persze. Hát igen, ez egy kicsit, ha belegondol az ember, mert az az első, hogy bekapcsolom a rádiót, és nagyon várom, mikor ti megszólaltok. Mikor szabadságon vagytok, az annyira nem jó, de amúgy nagyon szeretek. Majd írunk címet, hova küldje novemberbe sajtot, hogy egy kicsit besegítse a háztartásba. Az én tanult szakmám egyébként tejterméggyártó, ha esetleg egy dolgos kézre lenne szükséget a novembertől. Nem leszel egyedül, vicces, érted? Jó. Köszönöm szépen a felajánlást. Jó, János szakmá, a Jánossal már megvagyunk. Na jó, a kitartás neked, jó? Egy picit ezzel tudtunk neked is segíteni. Jó, nagyon szépen köszönöm. Ciao. Tovább szép napot. Hello, hello. Elképesztő mennyiségű SMS áradat jött, hogy engem hívjatok, 18 órát vagyok egyedül, 12 órát vagyok egyedül, bottal se piszkálnak meg, a főnök se szól hozzám, hihetetlenül megindult az SMS áradat, ugye, hogy ki van egyedül és kit hívjunk föl. Nagyon-nagyon helyes és egyben nagyon szomorú SMS-ek jönnek, hívjunk még valakit. Jó? Számon előfizető nem kapcsolatban. Előtötted, itt vagyok a szőlőben, egyedül, elárulva, kicsi vagyok és éhes, jelenleg program napi 10 óra kapálás. Sok pont. Ez itt Ausztria. Menjen mennek ki, nem? Azért ez is egyébként megdöbbentő, nem? 10 órát van a szőlőben szegényként. Megint magánzárkában vagyok, Magda Marinkó is. Igen, mi ez a házi őrizet, írja más is nekünk. Nem érjük el? Na próbáljuk meg még hát a szőlőben dolgozó tesót elérjük. Halló! Halló, jó reggel, ciao. Megjátok, srácok, mi a helyzet? Hello! Szőlőben egyedül? Így, most Günther itt rohangál a traktorral, szóval... Tényleg? Hogy hívnak? Nem írtad alá? Évi vagyok. Évi? Imi. Ja, Imi, mondom, Évi megviselt. Megviselt a magány, Évi, gondolta, hogy már a hangot se a régi. Imikém, ti itt mennyi? 10 óra kapálás a szőlőben? Ez a program? Hát most ez a helyzet, mert kicsit bedudvásodott az alja, és így nyomnom kell. Tök egyedül, vagy vannak itt más magyarok is, akikkel azért lehet egy kicsit ebédszünetben röhögni, beszélgetni, vagy tényleg teljesen nem, egyedül? Nem, semmi. Most jelenleg pont a legutolsó szőlőben vagy, ahol még a madár is csak egyszer jár talán. Aha. Csak hát mondom, most a főnök kijött erre egy kicsit a traktorral, de hát az is csak éppen 10 másodpercre bukkant fel. Nem olyan, mintha egy filmet néznél, amikor azt látod, hogy a rabszolgatartás volt, hogy engem kijött a főnök traktorral, rászól a magyarra, hogy egy kicsit gyorsabban dolgozzon, te meg elkesered, de írsz nekünk SMS-t, hogy 10 órája kapálsz, és baromi egyedül vagy. Hogy bírod, Imi, egyébként tényleg? Hát amúgy nehéz, most jöttem vissza, 2 hét Szabiról otthon voltam, a Nagyalföldön a családnál, a haverokkal, minden buli végig, és most akkor ez az első napom. A Szabi után, hát katasztrófa, mit mondjak, nagyon-nagyon rossz. Mivel ütöd el az időt, hogy mit csinálsz? Oké, az ember zenét hallgat, de hogy számolod a madarakat, tehát hogy telik el a nap? Hát gondolnom az élet nagy dolgait, az biztos. Fantáziálgat erről arról, kapáló osztrákról, meg ilyenek. És Günther egyébként jó gazda? Tehát most a gazda az, hogy jó értelmű. Tehát a szó jó értelmű, értem, hogy normális egyébként veletek? Normális, nagyon, nagyon. Ő eddig a legjobb főnököm szerintem a
a munkahelyén során. Nagyon rendes. És a kapálás mellett más is lehet? Tehát vághatod a szőlőt, meg majd amikor le kell szedni, csinálhatod? Vagy, Ezt egyszer már átbeszéltük a mitmondóra játék közben, hogy mit szoktam még csinálni. Már játszottunk, hát, tényleg? Hát van minden, fettés, ültetés. Ja, játszottunk ott a barna mezéken. Na, jó, hát nem emlékszünk mindenre. Ez mindig. A Sipos Dávid Günterre a Petőfiről? Nem. Na jó van, hát figyelj, akkor egy picit, Imikém, azért hívtunk, hogy beléd is öntsünk egy kis lelket, jó? Kitartás. De érdekes egyébként, hogy hány magyarra beszélünk Ausztriában újra. De kitartás, hát egy picit rád is gondolunk, jó? Öntitek a lelket belénk, szóval köszönjük. Zseniális hallgatói SMS van, hogy őket, akik kint külföldön egyedül dolgoznak, kössük össze a telefonon, és akkor tudnak közben dumálni. Vagy vegyétek fel egymást egy ilyen közös csoportba, és akkor tudtok. Igen. Na jól van, oké. Hát, akkor kitartási mi. Jó, mi gondolunk? Gondolunk mindenkire, aki egyedül dolgozik. Ciao. Hello. Hello. Ciao, ciao. Hello, hello. Nagyon egyes SMS-ek vannak. Ardján Kriszta vagyok, Szombaton felhívtok? Szükségem lenne egy-két új receptre. Geofizikai észlelő, 16-20 óra teljesen egyedül, higgyetek el, az se könnyű. Nézed, reggel ütöttük a szeizmográfot. Hát, ha Istenem, hát. Gulyás vagyok. Ne legyen nagy, csak valami. Gulyás vagyok, napi 8 órát vagyok kint a tehenekkel. A hónap és a hét minden napján. Ti vagytok az egyetlen elfoglaltságom, ez Gabi írta nekünk. 20 éve élek egyedül a szigetemben, nagyon várom a pénteket. Hogy valakivel beszélhessek, jó hülye. Na jó, van. Írjátok még meg, jó, ki az, aki tényleg egyedül dolgozik. Hány órát mit csináltok? Erre vagyunk kíváncsiak. Közben Ákihoz lett számunk, én kaptam. Nagyon jó. Kaptam számot, úgyhogy megpróbáljuk őt is megcsörgetni a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3.90 pontosan. Köszi a szoftrokot, Jani. Nagyon sokan írtátok, és hát a kérdésetek nyilván parancs. Így van, igen. Az egyedül dolgozókról kezdtünk beszélgetni, illetve pontosabban arról, hogy János ugye belehallgatott más rádióműsorokban is többek között, és aztán valahogy elkanyarodtunk, hogy milyen rossz azoknak, akik egyedül dolgoznak, akár rádióban, főleg reggeli műsorban, vagy máshol, és hát rengeteg hallgatónk öntötte ki nekünk a lelkét, és írta, küldte el, hogy 8-10, 12, 16, 24 órát dolgozik egyedül, zenét vagy bennünket hallgat, de milyen jó, hogy ezt most meg tudja írni. Szóval, hogy rengeteg magányos ember dolgozik. És megemlítettük ugye Ákost is, aki szintén, most ugye kereskedelmi rádiókról beszélünk, egyedül vezet reggel műsorra, megállapítottunk, hogy azért az egy baromi hálátlan dolog beszélni bele ugye tulajdonképpen a semmibe úgy, hogy nagyon nem tud senkivel kommunikálni. Igen, nagyon interaktív. Ezt mondod, az időjárás, a közlekedés, igen. SMS-eket, egy pici hírek, és utána azonnal elvész, és zenélsz egy kicsit. Ennek igen. A nyárnak is vége. Igen, végem. Ezt nem nekünk találták ki. Na, és arra gondoltuk, hogy őt is felhívjuk, csak egy kicsit megkérdezik, hogy van. Milyen egyedül műsort vezetni reggel, miközben egyébként szemezgettünk ugye a hallgatói SMS-ekből is, mert nagyon sok. Itt kollegalitásból. Igen, kollegalitásból rácsörögtünk. Itt van Ákos, elértük? Itt van Ákos velünk. Hello Ákos, jó reggel, ciao. Szervusztok. Jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt! Hello Ákos! Élőben vagyok? Jó reggelt! Vi emberek! Jé! Jaj, de jó! Tehát, hogy ez, de mostantól, figyeljetek, azért meg kell ígérnetek, hogy a rádiós naplóban bejelöltök, hogy engem hallgattok most. Nem, te fogsz bejelölni, hogy mi szólunk most nálad. Nem minden. Nem, mi szóltok? Bejelöltök, hogy engem. Nem, hát mert most a hallgatóink közül mindenki bejelöl, az a kérdés, akkor ki is. Na mi a helyzet? Mennyit vagy egyedül? 6-kor kezdesz, ugyanúgy 10-ig, vagy te 9-kor abba hagyod? Jaj, de álságos kérdés. De minden nem tudok rólad, azért nincs persze, a fejemben a műsorrend. Igen, tudom. Szóval reggel 6-tól 10-ig tart itt a 964 rádió egyen a reggel is. Én hallgattalak, amikor ti még hárman voltatok, te az a típusú műsorvezető vagy, aki jobban érzi magát egyedül, mint hárman. Úgyhogy mi meg se szólalunk, hogy kivel vagy. Én hallottalak még a Happy-vel, meg a Hudákkal kifejezetten, úgy hallottam, hogy zavarnak a többiek. Tehát neked ez nem akkora csapás, mint amennyire mi gondoljuk, hogy ez csapás, nem Ákos? Hát nem, kifejezetten, akivel lehet beszélgetni, én szívesen beszélgetek bárkivel. Például magaddal. Igen. Te mit csinálsz egyébként reggel? Tehát közlekedés, kicsi hírek, info, egy pici színes, aztán zene? Nagyjából így áll össze a reggel? Hát, tulajdonképpen megrendelés van, tehát hogy igazából teljesíted azt, amit a tulajdonosok ugye kérnek, tehát hogy itt sok zenének kell lenni minden reggel, és hát nyilván ez az alapkoncepció, úgyhogy nálunk nagyon sok zene szól, tehát ez a kérés kifejezetten. Boldogan teljesíted a tulajdonos a kérését. Hát természetesen. Minden másiknak látod a Terminátor zenét. Természetesen, ahogyan ti is megteszitek, ugyanezt a tulajdonosaitoknak, ugyanezt én is az enyémeknek, így van. Jó egyedül? Egyébként szeretsz egyedül lenni? Műsort vezetni? Mert reggel azt érzem... Jobb?
Sokkal jobb többek, tehát hogyha van kivel, akkor nyilván sokkal jobb. Tehát azért ez természetes, akivel van kivel beszélgetned, akkor azért az, nyilván a kreatív folyamatok, ti is tudjátok, hogy sokkal jobb, amikor mond A valamit, és arra B-nek szintén más dolog jut eszébe, és így egész jó szabad asszociációs képzettársításokkal egész messzire lehet eljutni. Technikus telefonos van melletted, vagy tök egyedül vagy? De figyelj, de mondhatjuk így, hogy egyszemélyes halálkommandóként tevékenykedem. Atya Isten! Tehát bemész, köszönöm. Szia Ákos, szia Ákos. Ez majd remek reggel lesz. Egy kávét Ákos? Így van, köszönöm. És hát utána... nyilván vannak dolgok, amiket így simán el tudod mondani, meg azért a nagy világ történéseire azért ugyanúgy reflektálsz, meg reagálsz, meg elmondod, és a hallgatók egyébként jó fejek, tehát hogy nagyon sokan itt vannak, írnak, akár Facebookon, akár SMS-ben is, és akkor őket én visszahívom, tehát hogy van interakció, és tudunk beszélgetni. Aha, tehát hogy hallgatókat tesztek adásba. Óránként mennyit lehet dumálnod, tehát azon a 10-15 percen, ami egy órában van, azon össze tudsz veszni magaddal, hogy még kiszólaljon meg? Vagy mennyi a beszéd limit? Hát most nyilván nem veszem össze senkivel, tehát tulajdonképpen a programigazgatóval, ha többet, de amúgy nem, tehát hogy igazából ez, hogy ha jó, akkor nincsen ebből probléma, tehát hogyha ha nem liki-löki tingli-tangli, akkor mindenképpen működik. Mi nálatok van limit egyébként? Tehát hogy nálatok például nem hiányoznak a zenék? Nincs, mi sokkal jobbak vagyunk, mint a zenék. Mi keveset zenélünk, nem bosszantjuk a hallgatóinkat. Nem, nyilván ki mit szeret, tudod. Tehát, hogy van, aki a zenét, van, aki a beszédet. Nincs, igazából a híreket kell tartani, meg hogy egy órán belül lehetőleg mondjuk 12 perc. Viszont engem mostanában mindig azzal zaklatnak, hogy most így jöttök ide hozzánk, és akkor itt kérdezik tőlem a hallgatók is, hogy akkor mi lesz velem. Ezt én is olvastam. A helyemre, én is olvastam ezt, és az igazság, hogy én egyébként nem félek, meg nem tartok semmi ilyesmit, bár a parkolóban, ahogy az előbb említettem, a nevem az Esperes már átvahúzva, és Balázs van fölírva. Meg amikor bejöttem a recepción, a kislány ül egy ilyen kitűzővel, hogy I love Balázs, de én tulajdonképpen ebből messze menő következtetésem nem voltam. Szólsz neki még reggel, hogy nyugi, még én vagyok. Figyelj, ezt most egyébként hidd el, hogy rólunk senki le nem mossa, hogy ez most egy ilyen tudatos előkészítés, és azért beszélünk erről, és tulajdonképpen felvezetjük, tehát gyönyörűen megágyaztuk most ennek a történetnek. Figyelj, sokkal több helyre írtam alá egyébként, sokkal több minden hallok azt, hogy mi hova megyünk, mint ahova valójában a fizikai lényünkkel el tudunk menni. Tehát hogy pont a Geszti jött velem szembe, pénteken együtt forgattunk, ugye már olyanokat hall, mondom, legalább mondd el, hogy hova írtunk alá, hogy én is tudjam, ha majd valaki megkérdezi. Ákos, amúgy mi azt hittük, hogy azzal zaklatnak, hogy a tulajnak a felesége rádiózni is akar. Na, még mondja nem, valaki, hogy nem szólunk be Andynek. Na, ezek után mondja valaki, hogy nem szólunk, nem mondjuk, szólunk azért be. Azt mondjuk el, hogy egy hete Balázs, mikor itt ült nálunk Andyvel, akkor azért sokkal kényelmesebben és terényebben ültél. Ja. Én lenyilatkoztam kézzel egy magazinban, hogy egyébként Andy ezen valószínű röhög, mert hogy egy amerikai magyar üzletember az nem ezt nézi tulajdonképpen, azon merre, hogy mi megcsipkedtük. És már megírta a bulvár, hogy én ezt valószínű azért mondtam, mert most békülök Andyvel, csak hogy milyen történetet kerítettek. Hát Balázs, békülök Andyvel, és ez már egy ilyen békülgetés, hogy Balázs, mi megcsipkedtük Andyt. Az ajándékcsomagot, amit küldtél, megkaptuk, és köszönjük, tehát hogy nincs ezzel gond. Nagyon-nagyon szívesen, az még egy régi slágeres ajándékcsomag volt, amit tovább küldtem nektek. Még egy fogó aláírással. Reméljük, a kohiban nem volt nagyon kiszáradó, mert tudjuk, hogy Andy nem szereti a sejtet. Az egy jó kubai volt, de nem volt az kiszáradó. Jó, és ilyenkor most nálatok mi van? Tehát most mi jön? Játszol egyet? Most mindjárt a 21 Pilots és a Stressed Out-tal folytatom. Aztán És ti? A becsárját. Na, mi játszunk, illetve megmutatjuk a hallgatóknak, hogy mit kell kitalálni majd ahhoz, hogy a következő órában játszhassanak velünk. Egy ilyen kis gyerekek, zenei feladvány. Azt tudom mondani, hogy sok sikert kívánok, a fiatal tehetségekre szükség van a magyar rádiózásban, úgyhogy hajrá előre. Andy, be szokott járkálni egyébként? Ott van? Valahol? Soha nem láttam. Lajos, nálatok? Lajos, hát nem olvas a híreket? Opa, hát még ha azt kérdez volna, hogy megmagyarul, Lajos már nem járkál be. Hát Lajos már való szánkózik. Lajos már nem szánkózni. Lajos már túladott állítólag ezen a rádión. Hát ő már nem nagyon járkál be. Nyilván tudjátok, hogy most ez, itt a lényeg az, hogy jó rádióműsorok készüljenek, mind nálatok, mind nálunk vagy magunk. Na most mi van, bejött a programigazgató, vagy most mi ez a gond? Rágyítottak, vagy írták? Ne csináld, tedd le őket. Most mi ez a hivatalos duma? Ezen már túl vagyunk, amikor beadtalak benneteket adásba, akkor ezzel én már számoltam, hogy ez majd meg lesz. Valószínűleg igen. Na jó, de Ákos, gyere be az irodámba 10 után. Írt a program. Végre nem az egyik uncsitesod van adásban. Tényleg, anyád hányszor játszott már?
Ákos, igen, múltkor ott veretett, igen, a Balaton Soundon, igen, nyere, egyeket lehetett nyerni. Na mondjad, igen. Semmi, csak meg akartam köszönni, hogy egy jó fej vagy. Kézzel, hogy egyébként néhány reggeli rádióműsorban komoly problémát okozott, hogy minket beadjanak-e vagy ne. Szóval, hogy ezen én csomó, mert számomra egyébként hát én összehívtam egy meetinget gyorsan, és megbeszéltem magammal. Megdöbbentően sokan elgondolkoztak, hogy beadjanak-e minket. Na jól van, figyelj, ez volt ma a témánk, hogy ki dolgozik egyedül, úgyhogy te is eszünkbe jutottál, kitartás neked. De jó volt veletek beszélgetni, mert mindjárt nem egyedül beszélgettem. Persze. Na, látod? Meg a hallgatóinkkal is jó beszélgetni, úgyhogy ilyen szempontból nincs gond. Gyerekek, sok sikert nektek a továbbiakra. Köszi, januárban akkor találkozunk. Válaszd a délutáni drive time műsorfolyamat, az egy jó sávot még, az még lehet. Jó? Rendben, jó. Ne ült ki nagyon Balázs székét, mert nem szállítják sokben. Figyeltek, nálunk nincsenek székek, úgyhogy készüljetek. Ne csinálj, hogy nincsenek székek. Nincs egy darab se, állva kell műsort vezetni, mondjuk én állva is szeretek, de készüljetek úgy, hogy Balázs remélem tudsz jól keverni dalokat, mert hogy arra készülned kell. Azt hallottam, hogy Andy azért nem nagyon spórol semmi. Mi történt, igen, hogy nincsenek székek? A becsárják. Ennyire parancsuralmi rendszer, hogy csak Andynek van fotelje? Mindenki más áll. Hogy nincsenek székek? Mi 4 órán keresztül állsz? Igen, így. Hát ez egy álló stúdió. Nem tudom, nálatok ülő? Mi ülünk, persze. Itt álló van. Jó. Én mondjuk alapvetően mindig állni szoktam egyébként. Igen? Tehát a másik rádióban is a többiek ültek, te álltál? Volt ilyen, igen. Ezt aztán akinek volt kedve is állni, az szintén állhatott. Nem is, akkor valaki bejön 10 után, nálatok műsort vezet, szintén áll? Igen. Aha. Sőt, hát a mellettem lévő stúdióban is most éppen dolgoznak, úgyhogy ott is áll. De mi, hogy ne aludj el? Tehát, hogy mi van emögött? Vagy hogy ne ülj le, mert akkor elálmosod? Nem tudom, én egyébként nem tudom, jobb, dinamikusabb nekem állva. De fura. Hát mondjuk ebben az országban sok ember áll, akinek ülnie kellene. Igen, de figyelj, én már 250-essel dolgozom együtt, hát ők már nem át tudnak végigállni. Ők nem tudnak végigállni egy reggeli műsor. Lyukas középi párnánkon itt csörgünk. Igen, a kis Na jól van, Ákos, vigyázz magadra, köszi neked. Sziasztok, ciao, hello, Balogh Espedi és Ákosnak, köszönjük szépen, ciao, hello. Mi az, hogy áll? Állva vezet műsort, azért mert jobb a vérkeringés, jobban tudsz levegőt venni, érted? És akkor azért pörög így. De mind a kettőtök ilyen hátám egy kozmodisk van. Na, így is van, de az ülésre. Hogy fogtok? Így állni. Gyerekek, ez most biztos. Nagyon fura. Bármikor bejöhet a főnök, és nem szeretnék a tiszteletlenségekben. Így van. Így van. A jelenléte bért. Nem, nem volt szerződés, hogy ott állni kell. Stákosnak is megvan a best of-ja a következő fél évre. Jó arcod. Egyébként. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Képzétek ezt, a feleségem megőrült. Ó, szegény. Viki. De mi a... Nem, a feleségem. Ja. De mikor? Elmondom, mi történt tegnap. Miért hozzá egy régi sztori? Elmondom, mire mentem haza tegnap, és meg fogjátok érteni, hogy azért nekem se könnyű. Nekem se könnyű. Mert történt tegnap, hogy ő kihívott szakikat. Kihívott egy kanasztára. Hívott egy kanasztára partira, és kettes, illetve Jolly kanasztából 120-asi körigben. Nem, kihívott ilyen, hogy is mondjam, nem földmérőket, hanem olyan embereket, akik a földsugárzásokat mérik. Hartmann vonalak. Meg vízerek, ilyeneket? Igen, Hartmann, Lej, Vízér, Szent György, Szent Kristóf, Szent Rubin, Szent Jakab, Sárkányölő, minden ott van. És különböző jeleket kerülgetek az ágyam mellett, mert a földre leraktak mindenféle ilyen szimbólumokat, és arra mentem haza, hogy... Jézusom. Így van, kicsim, nagyon-nagyon örülök, hogy erre mentem haza. Hogy megvéded az egészségemet, az életemet. Arra mentem az, hogy ilyen fura ilyen diagrammák vannak a földön, és ilyen mindenféle ómjelek, meg nem tudom, miket kell kerülgetni, mert hogy lerakták ezek a nagyon kedves emberek a földre, hogy ne feküdjünk mindenféle Hartmann lej, meg nem tudom, Vízérben. Áthúzogatták az ágyat, átrendezték a gyerek ágyat, és megfejtették, hogy hol alszunk jól, hol nem alszunk jól, és miért nem alszunk de jól. Jó. És nem lehet, hogy csak egy félreértés volt az egész, hogy kertrendezés közben átvágták megint a vízvezetéket, és csak el kellett volna menni Vízér. Igen, és azt mondta, hogy jött a Vízér. Én már el is mentem Vízér, és addig lerakták. Tehát én el lettem küldve Vízér. De kiderült, hogy... És? És
jöttek ilyen műszerekkel, és bemértek minket. De volt előtte baj? Tehát, hogy már nem a Vikivel, hanem hogy rosszul aludtatok. Van egy bizonyos hely, igen, ahol rosszul aludtunk. Hmm. Egy bizonyos ágy, és azt most bemérték, és azt mondták, hogy itt sejtbúrjázás fordulhat elő. És hogy nagyon komolyan, egy ilyen Szent András törésvonalon fekszünk. Ja, tényleg. És leraktak mindent az ágyunk köré. Tessék? Tudom, most ez persze Szent György. És sárkányülő. És dobáljunk be teljesen tudatosan, oda nem illő dolgot. És leraktak ilyen mindenféle, mondom én, ómjeleket az ágykör, és ezeket kell kerülgetnem. De ez csak jelzi, azt gondoltam, hogy tulajdonképpen ez már a vég. Tehát, hogy nem biztos, hogy van értelme tovább élni. És miért ilyen műszerre jöttek, pálcával, meg ilyen nem tudom mivel. Én nem voltam otthon, csak hallottam. És hogy ingyen volt a dolog, az a 3000 forint, csak azt egy másik alapítvány támogat. Igen, kellett vennem egy edénykészletet, két zsugorfóliát, egy önmagát kihajtogató sátrat, és egy víztisztító. És egy nagyon durva ozmózisos víztisztító. Ott voltál rád, és ezt rosszták rá. Valahogy olyan. Ismerős a történet. És most ezeket a jeleket kerülget. És vizsgáltam, hogy jobban alszom-e. És az meg is óv ez a jel? Tehát, hogy meg óv, igen, jobban alszol. Jobban alszol. És kirakadták velem a telefonomat az ágy mellől, mert megfejtették a guruk, hogy ne töltsük az ágy mellett, a fejű mellett a telefont, mert hogy az is 8 másodpercenként ilyen jeleket ad le, amitől ugye wifi, meg nem tudom, ilyen elektroszmog jellegű cuccokat, amitől megbolondulnak a gyerekek, meg mi is. És ezért most nekem úgy van az ébresztőm, hogy ki kellett raktam a szobából a telefonomat, és ezért ilyen hajnalban megszól, aki rohangálok kibe-kibe, mert nem jöhet be a hálószobába a telefon. Aha, viszont mivel kint van a hálószoba előtt, ezért a gyerekek fölébrednek majd az ébresztőre. A gyerekek simán fölébrednek, és a mondom a legdurvábbat, ami nem hiszed el, és azt mondta, hogy ez nagyon durva, hogy lefóliázta a mikrót. Ez nagyon. Mert hogy sugárzik a mikró. De lefóliázta a mikrót, és azt mondtam hazamenni, hogy én nem akarok tovább élni, semmi értelme az életemnek. És ennek itt kell, hogy vége szakadjon. Leszeded, utána pedig. Kívülről van így befóliázva. De akkor az ajtó is le van fóliázva. Nem, hát maga nem. Az ajtó felígy nyílik, a mikró meg ugye így van lefóliázva. Jöttet körbe, igen, és mivel? Alufólia? Alufólia van a mikró. Csak mondom egyébként, hogy ennek a mikrónak az oldalán vannak ilyen kis nyílások. Azok nem azért vannak rá rajta azok a nyílások a mikrotokon, hogy könnyebb legyen, vagy hogy ne szakadjon be alatt a konyha szekrény, hanem annak funkciója van. Tehát, hogyha azt az ember lefóliázta, az nem biztos, hogy annyira jó. Én laikusként mondom ezt, de így logikusan kigondolom. Úgy gondolod, hogy kinéznek egy ilyen háztartási baleset, amikor leég a ház, meg meggyullad, majd leolvad. Igen, majd amikor leolvad és meggyullad az a forpak. A szekrény? A szekrényt is lefóliáztam, mert a mikro egy szekrény van, amit kint ad a konyhaszekrényt és berakod. Nem őrültem meg. Tessék? Azt mondja, nem őrült. Nagyon jó néz ki a honyhátok, hogy ilyen mindenféle. Ja, és mondom, hogy a gyógyszerek nem lehetnek a mikró mellett, a homeopátia nem lehet a mikró mellett, át kellett pakolni mindent. Te teljes őrület, érted? Hogy hazamegyek éjfélkor, és ezt látom, hogy a feleségem elindult. Az őrült nők, Viki, semmi gond nincsen, mert ők felvesznek mindenféle bőrruhákat, meg elfenekelnek ustorra. Nem, nem mennék el. Nem jött össze? Tényleg a szex jobb, azóta, amióta ott voltak az emberek. Tegnap voltak, és én egyre értem haza, úgyhogy előre, hogy meglátom a befóliázott mikroszekrény, nem volt kedvem azt mondani, hogy na hát akkor... Megkerülgeted a földön az ómjeleket. Készülj, asszony, indulj zuhanyozni. Kerülgetem az ómjeleket a földön, és imádkozom, hogy ez elmúljon. Nem ómjel, azt mondja. Jó, tudom, nem ómjel, hát az ómjelet megismerem, hanem mindenféle ilyen mitom, ami széthúzza a sugarat az ágyadból. Érted? Tehát, hogy ne... Tehát oda bonzza a sugarat, lerakták az ágy köré, tehát ahol te alszol, akkor ott nem lesz semmi. És az egyikük a biztonság kedvenc is aludt az ágy alatt. Kicsit kipróbáltak. Van idegen nő egy műszerrel feküdt az ágy alatt, és ott horpasztott. És ott kerrege. És kérdezem, maga mit csinál? Azt mondta, még méreg. Elnézést, uram, elhagyná a lakást, éjjel egy óra van. Mit csinál itt a feleségem ágy alatt? Igen, vízér az itt nincsen, viszont itt van a kezem egy Geiger Müller számla, nagyon szép a ház, nagyon jó helyen van, de úgy tűnik egy atomtemetőre épül. Meg olyan másolagos sugárzás van, hogy besírtam. Olcsó volt a telek. Igen, ezért volt olcsó a telek, és drága a ház. Na látod, szóval, hogy értitek, hogy... Ez már végső elkeseredés, tehát próbált mást is a Viki, vagy ez volt az első ötlet? Én ezt nem lepődnék meg, a termékbemutatóra járna. Tehát rajta kapnám, hogy vett egy a csirkét önmagában olaj nélküli spontán megsütő, nem tudom, teflon lenne otthon, mert hogy egyébként szóval, ez egy út. És nem kevés pénzbe kerültek az urakölgyek. Tehát, hogy így... Nem mondom, hogy... Az urakölgyek. Teszem hozzá zárójelben, hogy... Rendeltetek lányokat, fiúkat. Hogy ezért, tehát, hogy úgy, na, én értem én, hogy 15 kilométerre lakunk a nullás kilométer költől, de megkérték az árát. Tehát azért külföldről jöttek. Nagyon messzire jöttek. Megyen matrica kellett hozzá. Egy ilyen szellemírtó barkasszal jelentek mit meg. Mit mondtak, hogy mikor?
Mikor jönnek majd az első jelek, hogy ez a dolog működik? Majd amikor már megy a határon túl, vagy ország határon túl érnek, és majd jeleznek vissza a telefonon Buenos Airesból. Amikor lefekszel, és felkezd, és érzed frissebb vagy, és megállapították a gyerek ágyánál, hogy melyik csücsökben ne aludjon, és akkor oda plusz állatokat pakolt, Viki, hogy ott ne aludjon a gyerek. Persze hajnalban ott találtam meg, hogy oda, de csak arrébb húzom éjszaka. A plusz állatokat, és a gyerek oda megy, ahol a plusz állatok vannak. Igen, vele furta az orrát a kedvenc kis csacsijába. Érted, hogy mekkora a baj? Ellenőrzés kell, hogy jó végezték-e a munkájukat, tehát még egy kört rá kell eresztened. Na jó, de hoztak ilyen önmaguk által kitalált műszert, amit most tényleg két fakanálból, meg egy iránytűből, meg egy madzagból, meg egy üveggolyóból összeraktak. Igen, egy fémbálfából, két szemüvegből, meg egy nagyítóból összeraktak valami műszert. Én nem voltam otthon, de hogy... Nem ilyen Y-os bottal jöttek? De az is volt a kezükben, ez a pálca. Igen. Ez meg a sarkon törték, legoljaztak. Két ilyen részpálca volt állítólag, de hát nem mondom, nem volt. Otthon pedig lettek volna kérdéseim. Úgyhogy sugárzásmérőt is hoztak, mert végig vizsgatták az egész lakást. Reménykedem, hogy nem egy ilyen betörő brigád előrse volt, akik így felmerték. Igen, aha, ott egy plazma tévé, jó, számítógép. Igen, nagyon jó, nincs sok mindent elvinni, de azért leadták a drótot, és most csutkára ki leszünk pakolva. Nem sokára. Ki kérdezték Vikit? Viki ilyen jó hiszeműen elmondott nekik mindent. Mondták, hogy a széfet is be akarják mérni. Téglafém. Sajnos nem, a kettő így együtt nem jön. Ezt most elviszi. Fű, mondtuk, hogy nincs, valahol tartunk egy dugipénzt, rá kell mérni esetleg, mondtuk, hogy se nagyon tartunk, ott van aranyékszer, nagymama hagyatéka, mondtuk, hogy ez sincs nagyon itthon, mindenre itt rá akartak mérni. Itt valami a padlóban van, itt kell lenni egy széfnek. Az nem, az a másik szobában van, a gyereké mellett. Igen? Köszönjük, asszonyom. Fura egyébként, mert állandóan telefonáltak, és mindketten simazban voltak, tehát egyébként... Te is a furcsák voltak, mert Viki csinált róluk fotókat, egyébként elég furcsán néztek, én nem láttuk az igazi arcukat. Lehet, hogy nagyon fáztak. Szóval erre kellett hazamennem. És rájöttem, hogy tulajdonképpen minden. És már meg se kérdezi, tehát, így... mikor ilyeneket berendel? Tehát nincs az egy ilyen előzetes konzultáció veled, hogy figyelj már Balázs, szeretnék egy ilyet. Már ez sincs, csak kihívja, te már a végeredményre mész haza. Nagyon sokat panaszkodik a Viki, hogy nem figyelek rá, szerintem ezt is mondta, csak nem figyeltem. Mondott valamit, de azt hiszem, hogy nem figyeltem. Nem, ő mondta, hogy jönnek, de mondom, ez milyen jó. Hát akkor majd most minket bemérnek. Amikor hazamész, és így nem érted, hogy ez a szép padlószőnyeg, miért kell ilyen, nem tudom, ilyen suta ábrákat kerülgetned, akkor... Jó, hogy nem neulux-szal fújd a föl, hogy az... innen ne lépjétek. Az új padlóra. A padlószőnyegre. Úristen. Egyébként tényleg éreztük, hogy aki ott alszik nálunk egy bizonyos ágyon, annak mindene fáj, amikor fel kell. Ezért ha valamik rokonnal rosszba voltunk, az abba a szobába fektettük le, akkor ott rohadjál meg abba a szobába. Jó, de hát ezért fizettetek. Nem tettük, tényleg megállapítottak, úgyhogy mi nem mondtuk el nekik elvileg, hogy melyik ágyjal van a baj, és ők elmondták, hogy ez a szoba, ez nagyon. Nem lehet, hogy nagyon nem jó. Csak szar az az ágy. Igen, arra nem gondoltuk, hogy matracot is vegyetek bele, igen, csak a rácsot. Igen. És képzeld, a legeslegdurvább, amit nem akartam elhinni, Viki üzen, hogy állítólag a tesómnál is jártak. Tehát, hogy úgy, hogy én nem tudtam. Tehát, hogy milyen kicsi a világ, a saját testvéremhez is elmentek. Tehát most vagy őt is felmérték, vagy van egy ilyen kicsit fura vonzódás a sebestén családira, nem tudom, de általában ott is voltam. Vonal valószínűleg gondolják, hogy a rólatok legombolhatnak 3 kilót, akkor ott van. Akkor ott is van egy kárpkizatolnak. És nem sokára eljutnak a nyárékhoz. Igen, és az egész családot. Igen. Az egész családot. Neki jobban fog ápolónőként fájni ez a dolog, mint neked, de se baj. Ja, addig nincs baj, amíg azt mondják, hogy magunkat ne tekerjük fóliába, vagy nem találnak ki durvább dolgokat, de most mondom, tehát mindenhol jelek vannak. Mi van az a fóliabetegedés, az már fetisizmus, tehát hogy az már tényleg másról szól. Hát múltkor megvetted a lepedőt, a rézlepedőt, azt nem raktad föl erre az ágyra? De felraktuk, illetve az ágy alá kell betenni a rézlepedőt. Aha. És nem lett jobb. Gyűlnek már ezek a dolgok az ágy alatt? A rézlepedő, a pentagram, a... Igen. Két fölmérő asszony. Igen. Na, megvan. Bagolyhány. Néha én kiszedtem ezt a rézlepedőt, és ezt le kell mosni. És akkor becipeltem a kádba, és leöblítettem róla ezeket a káros földsugárzásokat, mert úgy mondták, hogy ezeket öblítsem, és aztán visszahúztam az ágy alá. De semmit nem segített, érted? De majd most a szakik. Majd most a szakik megoldják. Ezért nyafogsz állandóan, hogy nekünk mindenre van időnk, nekünk meg semmire. Hát érted, rézlepedő mosás, meg ez a sok baromság. Nem egyszerű egyébként időt szakítani értelmes dolgokra is. Azt írja valaki, a simas csak az arcüreggyulladás miatt volt rajtuk. Lehet, hogy ne fertőzzenek. Azon gondolkozom, hogy beülnek a kocsiba, és így miről beszélhettek utána? Hát, hogy mire költség ezt a rohadt pénzt. Nézd, Marika, már megint kiít, tehát hogy levettük ezeket, nem megint. És még aznap valószínűleg 6 címük volt. Most érted? Mindenhol, csak mindenkiről gomboljanak le egy 50-est.
két ilyen pálcikával, amikivel ott mentek. Hát most nem is drágak a műszerek, tehát, hogy érted? Most kezembe adsz egy ilyen pálcikát, hát úgy bemérlek, hogy persze. Megmondom, hogy hol van energetikailag a gyenge pontod, mert ide-oda rángatom. Szóval, hogy így, nem állsz valamit ott megrántod. Nem valami drágát még nem akartak eladni a mérésen kívül? Uh-huh. Viki, nem volt még valami, hogy vegyél egy ilyet? Egy edénykészletet, tényleg egy víztisztítót, igen. És egy méregtelenítő lábmosót. Te már érzed? Kérdezés akartam végig, hogy miért tűz olyan frissnek. Kézzel, tudod mi volt? Nem tudod mi volt? Ilyen nem tudtam aludni, és próbafekvést csináltam az ágyon, hogy jobb-e. Tehát elért a kor. Próbafekvés? Fölfeküdtem arra az ágyon, amit nem használunk. Befeküdtem, és vártam egy 10 percet, és néztem, hogy most jobb-e. Hogy elmacskásodom-e. Vagy hogy érzem-e, hogy most így széthúzták a sugárzást is. És kicsit kezdtem magamnak bebeszélni, hogy lehet, hogy működik, mert nem érzem azt a bizsergészt a lábamban, amit szoktam. Aztán rájöttem, hogy igazából csak elmúlt az érszűkület. Én csak egy nyers és egyszerű lőrinci proli gyerek vagyok, de mondd már el nekem, hogy mi a különbség a próbafekvés meg az igazi fekvés között. Úgyhogy nem használ... ágy esetében. Elmondom, hogy nem. Tehát, hogy másképp fekszel? Nem. Most, na, ezt figyeljétek, most próbafekszek az ágyon. Aha, teljesen más, mint amikor lefekszel normálisan? Nem. A próbafekvés az volt, hogy én nem használom azt az ágyat. Mert tényleg egyébként nagyon rossz ott feküdni. Tehát odafekszél, és így érzed, hogy nem érzed jól magad. És miért nem vesztek helyette oda egy szekrényt? Figyelj, ha senki nem akar azon a tetszágyon aludni, akkor ha vigyétek el onnan, és legyen a helyén egy fikusz, vagy nem tudom mi. De nem hallgattad meg. A próbafekvés az csak az volt, hogy 10 perccel odafeküdtem, hogy érzem azt a rossz érzést, amit mindig. És azt éreztem, hogy egészen ellazultam. Tehát lehet, hogy egyébként működik a dolog. Mert hogy nem volt baj a próbafekvés után. Nem volt az a bizsergés, ami mindig jött, nem zsibbadt a lába. Hát mert nem ült rajta a gyerek, tehát mert ők már aludtak este, későn értél haza, ez lehet azok maximum. Lehet, és azt mondták, hogy még egy csomó ragacsot tesznek, ha nem rendezzük át azt a szobát. Tehát csak jelzem, hogy vissza akarnak jönni, érted? Kvázi fenyegetnek. Hogyha nem rendezzük át azt a szobát, hogy elmondták, hogy hova kell tenni az ágyat, akkor még volt. Hát ezeket a földre, ilyen matricákat. Ja, úgy értve. Ja, azt hittem, hogy és a gyereket vigyék ki, mert most ektoplazmát kell gyártani, akkor kolléganőm. Nem kevesebb. Na mindegy, szóval, hogy hát ez volt. Garancia van erre? Vajon? Egy ilyen melóra. Nincs, mert itt rá lehet fogni mindenféle. Hogy hívják, akkor mindenféle ilyen. Arrébb, bent a vízére. És most ezek örökre ott lesznek, ezek a piktogramok? Vagy egy idő után megjegyzitek, hogy hova nem lehet lépni? Nem, ezeknek ott kell lenni. Tehát ezek most ott vannak a földön. És ott lesznek. Nagyon jó. Csinálják. És úgy mentek el egyébként, mint az indul a bakterházban a piócás ember, hogy egy talicskát toltak, és benne volt még az ünneplőd is. Az ünneplő Armanit. Amire 3 évig gyűjtötte. Ura, mert eltűnt egy slusz kulcs, 2 napsz meg fülbe volt. Ne, aranyemberek voltak. És nem értetted, hogy a 100 literes bojlert miért kell ez leszerelni, de... Igen, ha hallgatnak bennünket, egyébként ne vegyék magukra, mert én is hiszek ebben. Persze, szóval csak humorizálunk, persze, de kíváncsi vagyok, hogy ez most valóban működik. A családi békekedvéért. A családi békekedvéért. Nektek nincs ilyen, hogy meg kell kötni ezeket a bizonyos kompromisszumokat, hogy megadjon a békeket? Nálunk macskát használsz erre, a bemérésre, hogy beengeded a kekszet, úgy hívják a macskánkat, aki most nálunk lakik, és ahova ő fekszik, az állítólag a rossz hely. És a gyerek egyik ágyába feküdt be, mert ugye nem ilyen több emeletes ágy van, és a... Több emeletes 3-4? Hát persze, az a... Jó magas, hogy jön onnan a gyerek? Hadd sportoljanak, és a panna ágyába feküdt bele. Úgyhogy ő tüntetőleg ki is költözött a szobából, mert azt mondta, hogy a keksz megjelölte az ágyat, hogy az a hibás. Úgyhogy állítólag a macskák is tudják ugyanezt, amit ők 50 ezerért csináltak neked. A macska nem kér pénzt, érted? Ez is elengedett a lakásba, és ahova fekszik. Megcsináltuk. Fekszik, igen. A macska alom, vagy valami kis száraz táp érte, azt megvan, megsimogatott kétszer a hátát. Szerintem ezzel a ti embereid nem érték volna be. Macska alom, száraz táp, megsimogathatom a hátát? Nem biztos, hogy igyeztetek volna. Mi meg például ilyen indiai isteneken alszunk, például. Na látod? Na látod? Igen, van ilyen álló ormányos ganésán, vagy mi feljed fölött egy ormányos ganésára nézel? Van a matrac alatt. Móninak is van egy, meg nekem de is. Mi az? Mit van? Na ugye, látjátok, mindig engem mosolyogtok meg, vagy minket, hogy van baj. Aztán kiderül, hogy indiai isteneken alszol. Van. Mindig, amikor újra húzom, mit tudom én, ki kell, megforgatjuk a matracot, meg lecseréljük a lepedőt, én gumis lepedő van rajta, meg alatta tudod a bevizelés miatt ez a más, és akkor mindig így szépen így kisimítgatom, amiket is visszateszem, és attól jobban az. De ez egy arckép, vagy micsoda? Igen, arckép. Igen. Kirakta, Móni rakta oda, hogy akkor Jani nem nézze, akkor ő Visnu, Visnu, Jani. Mivel? Barátkozzatok össze, az jó éjszakát, lámpa lekapcsolt, nézett rá. Figyeljetek, mivel nem aludtam még nélkülük, mármint úgy, hogy nincsenek alattam, ezért nem tudom azt mondani, hogy nem használnak.
Mert ahhoz nélkülük kellene aludnom. Hát vedd ki és próbáld ki, hogy ugyanúgy alszol. De én most miért roncsom el? Ah, mondjuk igaz. Mi a csíva, viszont amit te mit kaptál, tudod? Hogy néz ki? Hogy néz ki? Nem sok tudom, túl sok ruha van rajta nő. Én nagyon kedvelem az indiai istenőket. Igen, csak egy bizony sok a ruha. Mónika kicsit a Playboy volt sokáig alattad, azzal is jól aludtál. Komolyan mondom, én hiszem azt, hogy a házasság arról szól, hogy közd meg a béke kedvéért ezeket a kompromisszumokat. Tehát ha neked vistunk kell aludni, érted? Aludj, hát az kicserélés sívára legyen síva. Mi közd meg, érted? Béke van. Értem. Teljesen. Ezeket meg kell kötni. Én Rámán is aludnék, csak az megolvad. Igen, a margarin azt hiszem sokkal más. Nem köthetsz egész életedben hazamentem kompromisszumot. Egykor, és azt gondoltam, hogy hát, ez az bali. Eddig ide jutottál. Csináltam egy próbafekvést, aztán elmentem lefeküdni, elmondtam két ómot, és azt gondoltam, hogy tulajdonképpen minden. És ha nekem a béka hazajön egy ilyen szél, az is divat most ez a álomfogókat fölrakni. Tudod, nekünk is van. Nem már! Ja, ide szeretem, hogy azért nem csak velem van a baj. De örülök ennek. Nálunk két légyfogó van, csak mindig tele van légyel, és utálom cserélni. Rohadt nehéz sportolni, mindenféle ilyen fityegő, ilyen kis tollak vannak, mert lóbösszeviszem, ilyesmi. Nem tudom. Hogy a rossz számot megfogja, vagy a jót? Én nagyon szeretem Stephen King-et, és ezért raktam ki. Hát, hogy én ezért tudtam vele azonosulni. Bocsánat, bejöttek a hálószába, és elmondtak, hogy cseréljük ki a lámpát. Mondom, tesó, az akkor megmutatnám, mennyibe került, úgyhogy csak óvatosan a feleségemnek az ilyenek, hogy cseréljük ki a lámpát, mert elmondtak, ezek ilyen üveg, ilyen, hát ilyen csiszolt üveg, ilyen kis kristály összeszedi az energiát. Lámpa nem jó. Nem szeretni lámpa? Adom neked diszkont áron, 10 000 elolt, csak másik lámpa. Mondta nekem az egyik, amikor találkoztam, hogy cseréljük ki a lámpát. Mit mondtad? A csillár, bocsánat. Hülye vagy, öcsém, ólom kristály, hegyi törpék bányasztak lichtenstein. Azt mondja, hogy szétdobálja az energiát. Mi? A lámpa. Tehát de a tiédet elveszik? A kristály lámpa szétdobálja az energiát, ezért cseréljük ki. Úgyhogy van baj. Na, drága hallgatók, tessék, ki milyen kompromisszumot kötött. Nézzétek meg, hogy azért nem velünk van a baj. Mert hogy János Viszlón alszik, ezt nagyon szeretem. Néha a friss ágynevő húzásnál sívára cserélik. Nem cseréltem össze Móniét az egyikben. Nem lehet összecserélni. De mindenkinek van ilyen, jó? Úgyhogy valljatok nekünk, kinek milyen kompromisszumot kellett megkötni a családi béke érdekében, amikor a feleségetek, férjetek hazajött valami totális kattanásra, tényleg, hogy ő most bemérte a földsugárzást, vagy víztisztított vett, vagy tényleg indiai istenségeken, hindu istenségeken akar aludni, hogy nyugodt álma legyen. Ezeket küldjétek el, jó? Hogy mi volt, amikor azt gondoltátok egyrészt, hogy igen, ezt most meg kell kötnöm. De ezek egészséges kompromisszumok, tehát valamit valamiért. Nagyon. Mit gasztald ezzel magad? Én is egész este ezt mondogattam magamnak. Mellen is, de kellene van. Kellenek az egész. De legalább te kaptál egy 8 karút, érted, ami azt tudod mondani, hogy egész jól néz ki. Én 3 ilyen, nem tudom, ilyen négyzethálón sétálok mezitláb, érted? Az ennyi mutatós is nem lát, de amúgy se látszik, tehát hogy benn van a matrac alatt. Legfeljebb tényleg akkor, a nagy takarításokkor szoktam látni. Nem kell kerülgetnem össze-vissza a szobába. Azért én még meghallgatnám, hogy mi van abban a szobában. Tehát, hogy Visnu, álomfogó és... Minden, van ott is. Van ott valami, is. Valaminek még kell lenni. Küldjetek el nekünk, jó? Tényleg, mi volt az, amikor azt mondtátok, hogy ezt most a béke érdekében szemet hunyok, mert ezt hozta haza a párom, vagy kezd el? Ide egy hallgatunk, bocs, de csak 2 tisztító mondat között tudok SMS-t írni. Azt mondja, hogy arról beszélgettünk, hogy kinek milyen kompromisszumot kellett megkötnie azért, hogy békesség legyen otthon, mert hát néha a nők, de talán a férfiak is kitalálnak érdekes dolgokat, ugye, egy-egy házasságban, kapcsolatban, hogy meglegyen az ő lelki békéjük. És tegnap kiderült, hogy mindenféle dolgokkal pakolta tele Viki a lakást. Árnyékolóknak hívják őket egyébként. Árnyékolják a földsugárzást. Ja, aha, azt hittem az ablakra kell. Igen. De szakik egyébként tényleg, tehát hogy ne vegyék ezt magukra, mert szakikról van szó. Tehát ez egy tudomány, nyilván amit csináltak, mi karikírozzuk a jelenséget, de szerettük őket. Szakik. Nagyon olcsón tudok neked beprogramozott hegyi kristályt szerezni, szerintem megvetetem veled. Jó, érdekel? Mire van programozva? Minden, amit akarsz, RTL2-re, mire van programozva? Attól függ, hogy mi jön be rajta. Nem mindegy, hogy mi jön be rajta, igen. Na, szóval, hogy erről beszéltünk, hogy kinek mit kellett már bevállalni, nálunk mindig kell, hogy egy tál narancs legyen az asztalon, mert a párom szerint vonza a pénzt. Amúgykor elmentünk nyaralni, tele lett muslicával a lakás. Mondtam neki, hogy gratulálok. A feleségem rendelt béltisztító méregtelintő porokat, magvakat.
retek, illetve céklaporokat kellett tenni több 10.000 forintért. Mondanám sem kell, pár nap és ráund, tovább adtuk teljesen ingyen. Roland küldte nekünk. Jó, azt adom, az érthető is lehet, tehát hogy az táplálék kiegészítő lehet egy jó céklapor, annak van jótékony hatása, de ez, hogy fölteszel egy ilyen karikát, amiről lók három nyavajás varjútól, és akkor ez majd ott tartja az álmaidat, vagy nem tudom, elviszi egy gyerekek, tiszta hülyék vagytok, már ne haragudjatok. Kérem magamnak, ez tudományosan igazolva, ez tudományosan igazolva vannak a földsugárak és a földsugárzás. 30 éves jogász létemre plusz szívecskés párnán kell aludnom, mert 7 éve első valenti napunkra kaptam a feleségemtől. Ha nem használtam volna, a harakirit kellett volna elkövetnem. A baj, hogy már nem tudnék anélkül aludni. Ha vendégek jönnek, gyorsan el kell dugnom. Megszeretted. Ez Pepe küldte. Szex után mindig szorosan át kell ölelnem a barátnőmet, mert csak így jön ki belőle a levegő. Ez hülye. Így tudom behajtogatni az ágyon. Nekem anyám és apám együtt vett egy víztisztítót, megvan a kompromisszum, mindketten bolondok. Ez már küldte. Édesanyám csak jobb lábbal engedi kikelni az apámat az ágyból, ezt ellenőrzi is, és reggel egy órán keresztül hallgatja apu az áldást, ha esetleg rosszul kell. Értitek, hogy azért sok helyen működik ez a dolog. Igen. Ez az adás olyan, mint a Lipóton egy korterem betegének beszélgetését hallgatnám. Álomfogó, ómonalvás, jesszus. Víztisztító az más. Az jó, nálunk is van. Tudjuk, hogy az jó, az működik. Van, aki abszolút tudjuk. Azt is lehúzásnak gondolja, és azt gondolja, hogy na, nyilván teljesen nagy kamu az egész. Tehát, hogy vannak szkeptikusok, akár még egy ilyen kézzelfogható dolog van, mint a víztisztító. Én nekünk is van, én is használom. Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Igen, finomabb, tisztább, jobb. Hát a tisztább, igen, szerintem ez a megfelelő szó. Például érzed az ízén? Más az íze. Egy tisztított és egy nem tisztított között? Igen, nagyon más az íze. Azért hozzunk már be egy ilyen tisztítót. Én megmondom neked, sima csapvizet megkülönböztetem a tisztított. Nagyon jó, oké. Na, van tisztítója valamelyik ötöknek? Van. Hozza már be valamelyik, legyen olyan. Én azonnal, a sajátomat meg aztán pláne. A saját vízed? Tehát itt teljesen más két íze. Pohár víz lesz előtted, nem fogod tudni az egyik tisztítót. Más az íze. Főleg, ha hozzászoksz egy idő után, tényleg. Tehát egy idő után már utána rájössz, hogy annyival rosszabb a csapvíz, igen? Hogy nem bírod meginni. Igen. Jó, szerda, holnap teszt a lelke mindennek. Eresszük rá. Jó, de ne tréfáljál meg. Valami normálisat ad. A férjemnek a természetgyógyász a szobákban mérése mellett előírta, hogy ezután csak fehér alsógatját hordhat a csíje miatt. Aha. Kérdeztem is, ez azért kell, hogyha kinéz a csí hátul, nehogy azt higgye, éjszaka van? Ha kiröhögöm, megsértődik. Hát egyébként igen, a fekete nem jó szín. Nem jó? A fekete nem jó. Alsógatja? Tehát nem lesz olyan fürge a... Na, hát igen, hogy azt mondják, megy? Hogy a fekete az igen, az blokkolja. Blokkolja az energiát, nem szeretsz, igen. Blokkolja színeket. Az mindenféleképpen igen. Itt van egy hallgatónk a vonalban, Laci, hello, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Ciao. Na, nálad mi történt? Tavaly született a kisfiam nyáron, és egyszer melókban arra értem haza, hogy a gyerek kezén egy ilyen kis piros masti van, az azt, hogy minden áron szenes vizet akar velem csináltatni, hogy rajzoljunk ezért keresztet a homlokára. Aztán eléggé néztem, hogy mégis normális, vagy miről van szó. Aztán mondta, hogy hát szemmel verték a gyereket, meg mit tudom én. Ne. Találkozom, úgyhogy hát láttam, hogy komolyan gondolja, úgyhogy végül is beadtam a derekamat, de úgy eléggé furcsáltam, mert nem nagyon ismertem ilyen műzének, hogy ilyeneket csinálják. Uh-huh. Úgyhogy hát röviden ennyi történet. Mert hogy szemmel verték a gyereket. Ja. Hát ez létezne, én már halott lennék. Hát szerintem mindannyian, de mindegy. Úgyhogy láttam rajta, hogy ennyire komolyan gondolja, hogy aztán sok választás nem volt. Szemmel verték. És akkor föltettetek a kezére egy piros kis masnit, egy ilyen áldásmadzagot? Igen, egy piros kis masni volt a kezén, aztán igazán jó, megcsinálta a kis azért homlokára, aztán utána már nem volt gond. Keresztett a homlokára? Igen. Nyállal. De várjál, az most nem egy kultúrák találkozása, hogy ez a kis piros masni, meg a kereszt, meg mindent bevetettetek? Nem tudom. Én nem értek hozzá a világéletemben, nem voltam se babonás. Aztán jött egy pópa és körbefüstölőzte. Lehet, nem tudom. Hát, valamit összeolvasott valami női magazinban, biztos, hogy erről lehetett szó. Igen. Mert egyébként a gyerekkel bármiféle probléma volt, tehát látszott rajta, hogy szemmel vert?
érték? Semmi, tökéletes, egészséges, gyönyörű, szépen fejlődik azóta is. De megléne a lelki béke, itt be kellett adnom a derekpart, hogy ne legyen belőle vita. Persze, hát ezeket meg kell csinálni, sokkal jobb. Könnyebben szabadulsz. Abszolút. Persze. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Hát nincs mit, sziasztok. Hello, hello. Ciao. Hello, hello. A fejre hasonlára gombat nem látszik, hogy... Na jó, ezt nem tudom, hogy autókölcsönzőben dolgozom, az ügyfél kikötött, hogy nem kér piros autót, mert babonás. Üdv, srácok, én már ülve pisilek otthon, mi kell ennél több? Matyi. Feladtál mindent. Gyerekek, ki nem? Szóval, hogy... Hát, ugye? Tehát hányszor hallgattad, hogy mennyivel egyszerűbb lenne takarítani a ügyfél? Hajtsd le, mert a ülve pisilnél, csak egy idő után... Igen. Azért egy hallgató, hogy vízszisztító üzemben dolgozik, nem is tudom, hogy hol, és hogy teljes kamu. Labor. Vízszisztító laborban dolgozik, és teljes kamu ez a vízszisztító. Hívjuk már föl, ivóvíz laborban dolgozom, kamu az egész. Kíváncsiak, hogy Szaki mit mond erről, bepirosoztam. Jó, de ő abból él, hogy azt mondja, hogy kamu az. De miért? Az nem jó. Uh-huh. Akkor tudsz megélni belőle, ha azt mondod, hogy ez működik, hiszen akkor sok vízszisztítót adsz el. Ha te azt mondod, hogy nem működik, abból nem élsz meg. Na? Na, hívjuk fel. Na, csak kíváncsiságból tényleg, hogy mit mond erről a vízszisztítóval, mert hogy ezt, egyrészt nagyon sokat adnak el belőle, van egy kit, ami baromi drága. Tehát mit mond az, aki egy ivóvíz laborban dolgozik, hogy miért lenne kamu? Tehát, hogy nem is értem. Most te hívod? Ja, Anna hívja. Mindenki hívja. Anna hívja. Mert úgy gondolkozik, biztos, hogy már tiszta a csapvíz, és mit akarsz még azt mondják egyébként. Kiszedni. Tehát, hogy ezt mondják, hogy egyébként jó minőségű a csapvíz, de hát, ha lehet még jobb minőségű is. Akkor mi a gond? Miért ne? Igen. Na, basszus, rámoztátok a frászt, mehetek haza lecserélni a fekete alsógatyát. Perec küldte ma neki. Még kibírod Perec, figyelj, szerintem, sőt, még holnap is, ha rám hallgatsz, úgyhogy ezért, csak ezért ne menj haza. Igen. A lakásfelújításnál észrevettem, hogy minden lakás ajtóra, ablakra, mindenba kívülről ómi jelet rajzolt. Az jó. Biztosan biztos. Összefér, tudod, azt mondja, lezárott, összefirkáltátod, mit szóltam? Az újat. tudod, mit éreztem? Szerintem a távfelügyelet matrica többet ért. Nem, a vigyázz kutya arab. Igen, sokkal jobb lett harapos volna. Kutya. Kamerás megfigyelő rendszer működik, a kutya arab. Hát is anyós. Gumibor és sokkolóval fel vagyunk szeregve, úgyhogy ne gyere be. Igen. Na jó, nem merünk, nem veszi fel. Oké, játszunk egyet. Érdekes, hogy valaki beír, aztán nem veszi már fel. Már dolgozik, már vizsgálja a kamu vízszisztítókat. Igen. Oké. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Hallottatok a Rióban rekedt kenyai sportolókról? Igen. Én nem. Nem? Köszönöm, hogy nem ölöd meg a bulit. Igen, és egy nagyon unalmas hírunk, úgyhogy nézd valami másikat. Figyelj, elképesztő az ő történetük, ők még mindig Rióban vannak, mert ott ragadtak. After party. After partiznak, és hát rettenetesen mosolyognak mindenképpen, nagyon sokat szelfiznek, de egyáltalán nem természetes az, hogy ők mosolyognak. Ugyanis azt mondta nekik a kenyai sportszövetség, hogy amíg nem találnak olcsóbb repülőjáratot, addig a sportolóknak maradniuk kell, mert hogy baromi drága a repülőjegy most Rióból Kenyában. Elvárás volt, hogy csak az aranyérmeseket hozzák vissza? Nem, mindenkit az hoznak, csak nagyon drága a repjegy. Aha. És azt mondják, hogy várjanak egy-két hetet, amíg olcsóbb lesz a Kenyába a repülőjegy, aha, és akkor viszik majd őket haza. Viszont kirakták őket az záróünnepség után az olimpiai faluból, így... Önköltségi járunk el. Önköltségen bevermelték magukat valóban, és nagyon kétségbe esetlen posztolnak a Facebookon, néha azt mondják, hogy rettegnek, mert a környéken többször is lövéseket is hallottak. Ja, és ott ragadtak. Igen, tehát ha repülőjére nincs lóvé, akkor nyilván jó szállodára sincs. Valahol egy ilyen motelben meghúzta magát a teljes olimpiai csapat. Este vissza kellene mászni. A kerítésen. Reggel kijönnek, este visszamásznak. És akkor bent lakadnak továbbra is a faluban. De mi az, hogy nem viszik haza őket? Tehát drága a repülőjegy, hát, és emiatt nincs pénzük? Tehát nem fizetnek ki nekik fejenként 200.000 forintot, függetlenül attól, hogy végeztek, mert drága a repjegy. Várják meg, amíg azt leértékelik. Erre, vagy mit, 160. Ha 160-nál húzott egy az ottani olimpiai bizottság, kenyai, a KOB, ugye? Igen. A Kenyai Olimpiai Bizottság. A KOB húzott egy ilyen határvonalat, ha ez alá esik a lóvé, hogy a repülőjegy, akkor hazahozza. És már kifelé is egyébként nigériainak átszáztak magukat. Hát borzalmas környéken vannak, kenyai maratonistákról van egyébként szó. Négyen vannak összesen. Rettenetesen kétségbe esett fotót posztoltak, egy ilyen lepukkant házban laknak most jelen pillanatban, és nem hajlandóak őket hazavinni. De várj, hol a többi kenyai? Hát nem csak a maratonisták voltak. Nem, annyian mentek ki kenyai maratonisták.
voltam, és ez azt jelenti, hogy ez az első négy helyezett. Ott azért kemény egy válogató. Igen. Igen. Mindenki 2 óra körül futja a Balatont, azért ott nagyon kell iparkodni, hogy beleférjen. Mondjuk utolérni nem könnyű őket. Tehát, hogyha elkezdenek futni valaki elől, annak nem sok esélye van, hogy utolérni. Nem szegények. Én baromira sajnálom őket. Teljesen, csak minden nap megosztanak valami fotót, és könyörögnek, hogy lehetőleg vigyék már őket haza. És mentsék ki innen, mert nem szeretik ezt a környéket, ahol laknak. Lövöldöznek, embertőlnek, és ők rettenetesen félnek. De szerintem azt kellene, hogy hívjuk fel a Magyar Olimpiai Bizottságot. Kérjük meg ott őket, most nincs minden rendben, hogy hallom, úgyhogy... Így. Tényleg? Igen. Ha megint mi történt? Mindig történik valami. Aha, na mind. Akkor hívjunk fel valakit, hogy honosítsuk őket. Legyenek ők magyar sportolók négy a jövőben. De jó, 4 magyar maratonistánk lenne. Nagyon. Nagyon szép eredményekkel. De várja, nekünk van pénzünk elhozni őket idáig? Hát szerintem meg tudjuk oldani. Szerintem ezt elintézik a Borkai. A jövőben is sikerekért. És azok a sikerek jönni fognak. Én biztos vagyok benne. Meghálálják a befektetett. Honosítjuk őket, kapnak majd valamilyen magyarosabb nevet, egy horvátot, Kovácsot, horvát mele, Kovács Gulimbi. Igen. Miért teszik őket ki? Hát nem férnek el ott az olimpiai faluban. Nem, hát el kell hagyni, ki kellett jönni. Mire használják? Azért, mert a lányok legalább fizetnek érte. Igen, mert mások a kéken, mert a favelákból kiszabadultak és elfoglalták néhányan. Néhány banda elfoglalta az olimpiai falut. Már most omlás veszélyesek. Hát ők kirakták őket. Én nagyon sajnálom, hogy helyes történet, várnak, hogy olcsóbb legyen a repülőjegy. Gondolod, hogy elmész, futsz, valószínűleg lehet, hogy akár meg is nyerték, mert hogy baromi jól futnak. Viszed hazát hírnevét, és amikor repülnél haza, akkor azt kapod az arcodba, hogy maradj még egy picit, mert drága a repjegy. 2 hét múlva szólunk, hogy hol legyél. Pénz nélkül, minden nélkül ott vagy hagyva, mert az országod nem gondoskodik rólad. Nem, én tényleg csak ezt tudom mondani, hogy honosítani kell őket, még mielőtt Katar lecsap rájuk. Mert az ő sportolói válogatottjuk olyan, hogy ott aztán minden van, csak Katari nem. Titeket hagytak már ott valahol, ilyen utazási iroda, olyan, amikor nem jött értetek, vagy ott maradtatok, lemaradtatok? Persze, Argentínában. Ezt komolyan mondom, ez tényleg így volt. Érted, Cella vagyok, Mencskinen, Argentína. Elment a busz, ott hagytak minket, 3-an voltunk összesen, 3-an maradtunk ott a stábból, és az akkori gyártásvezető azt mondta, hogy ezt nem fizeti ki. És ahogy hagytak, akkor lekéstetek? Tehát nem értetek oda? Meg nem. 10-kor van induló gyertek. Oda értünk, ők elmentek. Fogták magukat, és szépen így elmentek. Ez annyira. Jelzem, hogy én addigra a Rio de Janeiro-ban mulattam már az időt egy éjszaka óta. Mi tehát, hogy ezért... a kis bőröngyeinkkel a szállásra. Ez megint annyira tipikus. Tudod. Hol vagy, Bari? Itt vagyok Rio-ba, átugrottunk még 3 napra, mielőtt hazarepülnénk kell. Engem itt hagytak a tálodóan. És ott állt egy csajjal, meg még valaki a kis bőröndökkel, és nem jött érte senki. És egy percig vicces volt, fél óra után vicces volt. Aztán már nem annyira. 3 óra után ment a repülő. Igen, nektek kellett huvar találni, amivel átvisznek benneteket a brazil-argentin határon. Kimentek Argentinából, 4 órás út Brazílián keresztül. Aha. A reptérig. És azért azt ott úgy nem sokan vállalják be, és elmentek sofőrt hajkurászni. Tudod, műsor már dobozban, nézettség meg volt, minden le van tudva, mindenki más akkor kakálva. Érted? Ott álltunk szépen, és a recepciósnak a sógora vitt minket el. Nagyon drága pénzért, egy ilyen pick-up-pal. Nem hittem. És mindezt Jani beszélt el, azért a gondolgányira szervezték meg. Brazi, érted? Tahátár! Igen, én mondtam, hogy gyere velünk Rióba, csak nem akartál velünk Rióba jönni. Igen, mert már hiányzott a családom. Aha. Nem, mert egyszerre mentünk haza, mert nem emlékszem, azt mesélted, valami kolostort akartál megnézni. Meg is valami... néztük. Jó sokáig. Jó is volt. Én akkor voltam Görögországban, amikor ezek a nagy utazási iroda megszűnések voltak. Emlékeztek erre, mikor a Yorgos Travel, meg ezek a görög nevű utazási irodák így egymás után elkezdtek bedőlni. Csak még busszal mentünk Görögországba. Az azt jelenti, hogy kimentél Korfura, mit tudom, 32 óra alatt. Ha más itt volt, 38 óra alatt ment ki a busz, ha nem, akkor 43 óra alatt. Egyben ott is voltál. Igen, de tehát Big Pak megjártad. Egyik lábbal itt a másik, utaztál egy 40 órát, Yorgos. És akkor kimentél, bedőlt a Yorgos iroda, és nem tudták, hogy hány busz küldenek, mikor küldenek, és azt mondták, hogy kezdj el pénzt spórolni, mert ha lejár az egy hét, akkor ugye a görögök közben kiraknak az apartmanból. Hát hiszen ő kiadta. Hiszen őnek kijön a következő turnus, ő kiadja valami másnak, és tudom, hogy volt olyan nyaralás, ahol egy ismerősöm 2 napon keresztül az utcán kellett, hogy lakjon, ugyanis a görög apartman szervezők nem engedik vissza az apartmanba. Viszont a Yorgos már téged nem tudott hazavinni. És akkor a Stavros, meg nem tudom milyen utazási irodák küldtek buszokat. Emlékszem,
emlékeztek igen, erre? Igen. Magyarok százait hagyták akkor nem kint. Nem volt kaja, tehát és abból veszed észre, hogy bedőlt az utazási iroda, hogy nincs reggelid. Nekünk mázlink volt, egy fél nap késéssel értünk, még jött busz, de mondták, hogy akik már utána mentek ki, mondjuk aznap jöttek ki, amikor mi már indultunk, azért már busz sem ment. Ami azt jelenti, hogy a ettél, ittál, cadziki, girosz, nem tudom, és utána elköltötted a pénzed, és volt, aki két napot ért még kint, úgyhogy nem ment érte senki. És az mennyire kemény. Ami még egy nappal korábban az övék volt. De oda jön az új turnus. Úristen. Igen. Egy nagyon agresszív, helyzet lehet. Nagyon szőrös görög néni tett ki egyébként, és ott nem volt lacvat. Vagy kiköltöző úgy elvert, mint szólás a lovát. Tehát ott ki kellett költözni. Na írjátok meg nekünk, drága hallgatók, hogy benneteket hagytak-e már ott valahol. Jó? Amikor meg volt beszélve egy találkozó, amikor úgy volt, hogy elindultok valahova, vagy utazási irodával mentetek ki szállodázni, nyaralni, és az utazási iroda, vagy az idegenvezető hagyott ott. Hát rengeteg magyar ugye abban reménykedik, hogy amikor leszáll a gépről, akkor valaki őket átveszi, mert nem beszél nyelvet, és azt akkor egy ilyen privát transferrel bemennek Egyiptomba, Törökországba, a szállodába. 10 perc után látod, hogy ki a magyar, mert tanástalanul kóbáljuk, hogy nem jött a sofőr, és nagyon kétségbe van esve, és nagyon hangosan beszél magyarul egy törökkel. És már előlekik a szemültséget. A fasírozott a zsebjét. Paprikával. És egyre hangosabban üvölt magyarul egy törökkel. Igen. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Komolyan mondom, ezt kikérem magamnak. Melyiket, a dalt, vagy a Janit? Ezt a dalt. Ez a divat most. Tudod, a Damien dal is ugyanígy működik, azt is nagyon szeretik az emberek. Most ezt is nagyon szeretik az vannak emberek. Vannak dolgok, amiket nem kell bilizgálni, mert úgy jó. Mert az igaz. Nem? Ez igaz, Bornaival. Ez csak elrontani Bornaival lehet. Csak elrontani lehet. Well Hello volt? Mi volt? Pixa, Stereo Palma és Well Hello. Kezdenek zeneileg egy kicsit elfáradni, nem? Nincs új a nap alatt. Azt ugye, hogy úgy azt gondolom, hogy na, kezdenek egy kicsit kimerülni, én azt hallom, hogy mint egy picit így merülnének kifelé. Ugyanez a Damien dal is. Ugye mi volt, ez most nem az iskolatáska, hanem a... ja, igen. Amit megcsináltak. Na, a kenyai futókról beszélgettünk, akiket kint hagytak Rio de Janeiroban. Most olvastam egy cikket, és még rosszabb a helyzetük, mert hogy azóta a kenyai olimpiai bizottság is feloszlott, úgyhogy... Tehát most nincs, aki hazahozza őket. Jelen pillanatban nincs, aki hazahozza őket, és megnéztem, annyira helyesek, hát ilyen nyomónegyedben laktak, és videókat posztolnak arról, hogy hol laknak, és látszik rajtuk, hogy rettenetesen meg vannak szeppenve, és most kapták meg írt, hogy feloszlott a kenyai olimpiai bizottság. Tehát gyerekek, van 4 vagy 5 ember, aki sanctalan, hogy hazajusson egyelőre Rio de Janeiroban. Most tényleg nincs, aki meg megvédje a jegyet. Nincs. Ők feloszlották, vagy feloszlatták magukat, tehát effektíve senki nem fog nekik jegyet venni. Megszeppenve, hát nem azt mondom, hogy favella közepén, de egy favelához hasonló ilyen házas, nyomornegyedes rész közepén 4 ilyen riadt kis emberek ott áll, és videózik körbe, hogy ezt nem fogják túlélni. Éjszaka mondták nekik, ne nagyon menjenek ki az utcára. Mondták, hogy oké, nem baj, de hogy viszonylag közel vannak a lövések. Plusz nappal se. Annyira helyesek. Mit tesznek? Miből fizetik a lakbért? Vagy... Volt hát ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Igen, hogy honnan van pénzük, igen. Igen. Szegényeknek. Na, ugye volt egy pár héttel ezelőtt vendégünk, aki elmondta, hogy nagyon olcsó járatokat tud találni, ugye utazó majomként lehet-e rátalálni. És ő Ákos volt, ugye, aki baromi érdekes dolgokat mondott arról, hogy lehet olcsó járatokat találni. Mi megkértük, hogy keressen a kenyaiaknak egy olcsó járatot, és állítólag talált is, itt van a vonalban. Hello, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok, jó reggel. Hello. Tök hirtelen felhívtuk, hogyha kapcsolatba tudnánk lépni a kenyai futókkal, akkor mit tudnánk nekik ajánlani? Mert ugye, hát még azt nem tudjuk, hogy értesítsük őket, mindesetre kint hagyták őket Rióban. Találtál valamit nekik? Hát gyorsan kellett keresnem, sajnos tényleg nem olcsó, nem jó a helyzetük. Szeptember 6-áig, hogyha várnak, akkor van 277 000 ér. De hogyha szeptember 25-ig kibírják, akkor tudnak spórolni 30 000 és 244 000 forintot, és haza tudnak menni. De ez nagyon magas ár egyébként, úgyhogy lehet, hogy direkt ki akarnak velük cseszni. Tehát akkor jól mondja az olimpiai bizottság, hogy tényleg meg kell várni, amíg olcsóbb a jegy. Hát igen, várjanak 1-2 hónapot, és akkor majd hazajönnek egy 50 000-rel olcsóbban. Ez mit tesz, átszállással? Vagy ez egy igen, jóból igen, megy? Igen, etióp átszállással, meg még, még valahol meg át kell szállni São Paulo-ba. Rio de Janeiro, São Paulo, és akkor még egy etióp átszállással. Nem kedvező a helyzetük, nem kedvező a helyzetük, szegény. Ráadásul Etiópia ellenséges terület, mert az ottani hosszútávfutók azok nagyon fújnak folyamatosan a kenyaiaknak. Igen, hát ez egy örök viszály. Mennyit esik a jegy egy pár hét alatt egyébként? Hát én azt mondom, hogy szerintem egy olyan 30%-kal olcsóban haza tudnak jönni, hogyha várnak mondjuk egy hónapot másfelet. Én láttam, hol laknak most, az ott azért nem egy kiüdülés lesz egy hónapon keresztül. Tehát amit pontot elköltesz egyébként, abból ez a 30 000 plusz kijönne. Ugye, amit ott kaljára meg lakbérre kifizetsz. Nem tudom, hogy milyen árak lehetnek ott, de még lehet, hogy azt lehetne csinálni, hogy egy picit várnak, vagy picit utána nézek, és akkor
valahova elvonatozgatnak, vagy buszoznak, és onnan lehet, hogy olcsóbb lenne a hazajövetel. Hát igen, viszonylag ugye csak fölfelé tudnak menni, mert hogy ott jobbra tőlük azért ott van egy nagyon nagy széles víz, vagy hajóznak. Tehát az még egy jó megoldás, hogy elindulnak hajóval Afrikába. Kajára nem kell sokat költeniük, 4 kenyai futó az 4 műzli szelet naponta. Igen, és akkor már nagyon túlettik magukat. Na mi újság egyébként az olcsó utakkal? Jókat találsz? Találgatok, igen. Azóta is szoktam kírni. Nagyon megjött az utazási kedv, mióta voltam Morning Show-ba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Na, ne is mondd, mert egyébként a webmailes felületünkre akkor, abban a pillanatban ott jött vagy 30 darab is kérés, hogy adjuk meg az oldalnak a címét, illetve a te elérhetőségédet, és utána is még folyamatosan jöttek, tegnap is írtam választ. Igen, utána még jött egy olyan 250 darab üzenet nekem, szerintem még aznap, hogy ki hova szeretne menni. Mindenki Ibizára megy most, miért? Azt látom, nagyon sokan mennek Ibizára. Hát mert ott van DJ Oti. DJ Otit keresik? Szerintem igen, ezt Jani tudja, hogy miért mennek Ibizára az emberek. De nem, tényleg egyébként, most nagyon sok celeb, magyar celebnél látom, fél celebnél, hogy Ibizán csapatják nagyon sokan. Bele akarnak valami reklámfilmbe kerülni, még az lehet. A rejtétük olcsó egyébként Ibizára, tehát az volt az érdekes, hogy augusztusban is ilyen 20 ezer forintot lehet retúr repjegyet venni, csak a szállás viszont az nagyon tága. 20 ezer forintért találtál repjegyet? Igen, és ebben az volt az érdekes, hogy tényleg augusztus főszezonban, és még előtte egy hónappal is ennyi volt. Akkor ott a szállással. Igen, ott a szállással. Hát felhúzol egy csíkot, és akkor egy hétig úgyse alszol, akkor az nem kell. Persze. Most az Ibizán már mindenki csak egyet alszik karácsonyig, úgyhogy igazából ott nagyon hosszúak a nappalok. Nagyon hosszúak a nappalok. És most, hogy Árpi hazajött, már vállalható is. Igen. Na jó, fiát, akkor tényleg honosítani kéne őket. Tehát nekünk hazajönni cserébe adják oda ezt a 4 kenyai futót, honosítjuk őket, lesz tényleg a Ungada Árpi, meg a Ungada Józsi, és iszonyatosan fognak futni magyar színekben. Amit Jani is mondott, honosítjuk őket, hazahozzuk a te segítségeddel, te találsz egy olcsó repjegyet, és van 4 kiváló futónk. És már ez már legalább minimálisan 3 darab érem a következő olimpián, Tokióban. Igen. Meg vagyunk. Oké, jól van. Na, köszi, hogy itt voltál. Hova utazol legközelebb? Hát én is Etiópiánnal utazok, Tanzániába, és én is etióp átszállással, úgyhogy ugyanezzel a géppel. Jó, én novemberben hívlak, hogy valami olcsó világkörüli utat találjál nekem. Oké, addig nincs időm, de novemberben egy hosszabb pihenésre szeretnék elmenni, úgyhogy... Én megmennék Bükkfürdőre. Repülőre. Köszi, ciao, hello. Sziasztok. Hello, ciao, köszönjük szépen. Ez a legjobb megoldás, tényleg. Hazahozni? Viszont a miénk. Így van. Nem? Kimentjük, de akkor várjuk. Ha nem akarják, akkor útlevelet elvesz. Menedzseljük őket, ügynökök leszünk egyben, futtatjuk őket. Hát? Arra a sztorira, hogy pénzért futtatták a kenyai futókat itt Magyarországon? Mi van? Nem volt az a különösebb gond. Ja. Tehát, hogy ez nem volt annyira problémás, szerintem ezt kéne meglépni. Tehát, hogy azért 4 világszínvonal atlétát nyernénk vele. És mibe kerülne? Összesen mi? 1 millió forint. 1 millió, 4 jegy. Adjam. Behozom, egy lőrinci futóversenyen elindítom őket, és behozom egyébként. És már megvan. Meg még nem ilyen magasak nálunk a pénzdíjak. Egy pár maratonon, egy Tesco maratonon, meg elhozzuk a fődíjat. És ilyen fődíjat, az első 4 díjat. Tulajdonképpen meg is vagyunk, igen. Na, azt kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy kit hol hagytak ott idegenvezet, utazásszervező irodák, vagy maga tényleg, hát a párod, amikor elindultál valahova ketten megnézni, mint az Eiffel tornyot, és már csak egyedül jöttél vissza, vagy ő hagyott ott téged, hogy ezt küldjétek el nekünk SMS-ben. De előtte itt van egy hallgatónk, akit szintén ott hagytak valahol. Hello, Alex, jó reggelt! Szép reggelt! Hello, te most hol vagy éppen? Piscserbocsa, Tanyási úton, gyalogolok éppen Budapest irányába. Ott hagytak valahol? Ott hagytak, igen? Vagy mi történt? Elmentem dolgozni. Egy napot dolgoztam, másnap azt mondták, hogy menjek haza. Na várj, mi történt? Elmentél valaha dolgozni? Tehát lehívtak dolgozni? Uh-huh. Igen. És másnapra elküldtek. Másnap elküldtek? Igen. Ez Bácskiskun megy, ez kb. Hány kilométer? Hát 118 a GPS szerint. Tehát valahogy lekeveredtél oda, ott dolgoztál egy napot, mint... Levittek, lehoztak autóval, ebben az egy dologban rendesek voltak, de vissza már. Na de várj, és miért rúgtak ki egy nap után? Nem tudom. És mit kellett csinálnod? Lovat szerszámoznom, hajtanom, ilyes. Tehát, hogy lehívtak lovászfiúnak, majd egy nap után kiraktak, ott hagytak, és te most valahol gyalogolsz? Hát, Piscses bócsán gyalogolok éppen a Tanyasi úton Budapest felé. Hány kilométer tettél meg ebből a 118-ból? Hát 8-at lassan. Akkor még? És mennyi pénz van nálad?
400 forint. 400 forint? Valaki hozza már. Hol tartasz most? 8 kilométert haladtam, ahogy mondtam. Tehát Fischer-Bócsáról sétálsz most éppen? A Tanyasi útonnak nevezett úton. A Tanyasi úton. Mi a következő falu, ahova el kell jutnod? Nem tudom. Igazából a GPS-e 100%-os, szóval ahogy tudok, feljutunk Budapestre. De honnan van GPS-ed? A telefon, tudod, okostelefon. Jó, hogy van egy okostelefonod. Hmm. Ja. És mit mondott, aki kirakott? Mi volt az indok? Azt mondta, szia, menj el, és nem kell ez többet. És nem, talált egy jobb embert, ennyi. Ja, hogy megnézett téged egy nap alatt, nem feleti meg neki, és kirakott. Igen, és úgy, hogy Budapestre hozott le. Mekkora rohadékok az emberek, te jó is, és azt mondta, hogy menjél, hello, semmi kalap, kabát kirakott, és indulj el. Igen, és magyarul se pénzem, se állásom, ráadásul már lassan éhes is vagyok. És mondtad neki, hogy nincs pénzed? Mondtam. És mit mondod? Szarrára magasó. Na, ő volt a birtok tulajdonosa, vagy a lovarda tulaja? Tehát, hogy vagy hát, ő is igen, tulaj. Igen, ő a tulaja. Aha. Hova akarsz eljutni, Alex? Budapestre, lehetőleg Cseppelre valahogyan el kell jutnom, ahhoz lakok egy előre idejönes szállón. Oké, okay. Na figyelj ide, akkor 26 éves vagyok, és ennyit sikert elérnem az életbe. Na figyelj, ne keseredjél, ez még nem a világ vége. Tehát az, hogy az emberrel így bánnak, ez persze az bántó meg, az őket minősíti. Értem, de 7 éve foglalkozott lovakkal, tényleg ahol eddig dolgoztam, mindenhol elégedtek voltak vele. Na, erre nézzük egy Google térképet, mondd még egyszer a helynevet, hogy hol vagy, Jules Berit is. Fischer-Bócsa. Valami Tanyasi út. Fischer-Bócsa, megmondom neked, mi lesz a következő kereszteződés, ahova odaérsz. Fischer-Bócsa, megnézzük, akkor azt mondja, hogy állj meg annál a kereszteződésnél, és fel fogunk szeretni valakivel. Jó? Azt mondja, hogy te most mész, a Fischer-Bócsa. Tanyasi út. Második körzet, igen. Tanya. Aha. Ez egy major volt, akkor azt látom. Nem járnak arra autók nagyon. Nem. Hát nem, és már fáj a lába. Mi nincs cipőt se? Hát a cipőm ilyen nagyon vékony, akkor nem gyaloglásról való. És hogy jutottunk eszedbe, hogy nekünk írjál? Hát igazából mire 7 éve hallgatlak titeket, és igazából amikor elkezdtem lovászkodni, már akkor titibe jöttetek, és igazából gondoltam, hát ha segített, tudtok valamit segíteni, de... Persze, segítünk, figyelj, el kell jutod az 54-es útig. Igen, Bócsáig. El kell menned Bócsáig. Jó, tehát most jó irányba vagy, menjél el az 54-es útig, ott föl fogunk szeretni téged egy hallgatónkkal, felkapatunk, és felhozunk Pestre. Jó, azt megköszönöm nagyon szépen. Jó. Át fogsz menni a Bócsa-Bugaci csatornán. Igen. És el kell jutnod az 54-es útig, tehát azt keresd meg, hogy hol az 54-es út. Hát most egyedül, miközben telefonálok, ez hogy mondjam, menjél tovább ez egy gagyi androidos telefon, szóval ne várjátok el ilyen dolgokat. Jó, mennyi van még az aksidban? Hát, van nálam egy powerbank. Még bírja. Van át egy töltő, egy külön töltő? Igen, mert én nagyon sokszor jártam már is, hogy igazából kibasztak velem, és volt olyan Csúnyán elbántak veled? Igen, szóval nagyon csúnyán elbántak veled. Igen, volt olyan sátot kellett magammal mindig cipelnem. Van a táskámon egy darab ilyen fém kis bögre, egy hátizsákom, és ennyi. Jó, figyelj, segítünk neked, jó? Már a kutyák is úgy az egész életem. Jó, felszedetünk. Vagy menjél Soltvadkert felé, vagy Bugac pusztaházat, az 54-esen jussz. Bócsa felé fogunk menni, mert arra felé van. Jó, menjél Bócsa felé, menjél Bócsa felé. Bócsán megy az 54-es, ott úgy balra Soltvadkert. Pont az az út, amin te haladsz, Fischer Bócsáról Bócsa irányába, az pontosan beletorkolik az 54-esbe. Így van, azt kell nekünk ott, állj meg, 10 perc, ha rácsörünk, hogy hol vagy, és küldünk oda valakit. Hát jó? Inkább ugye 20 perc múlva. Jó, 20 perc múlva, oké. Ne haragudj, de... Ja, ne viccelj, nem, a hallgatóinkat nem hagyjuk magunkra, magára. Úgyhogy föl fogunk szeretni téged, és fölhozatunk. Jó, Pestre? Köszönöm szépen. Jó, megjön. Hálam, üdvözlöm. Ne viccelj. Fél GPS van a... Van, de mondom, a RAM-ban kevés van a telefonban, és nem bírja a telefonálásra egyszerűen aztán. Jó. Oké, okay. Na sétáljál, akkor tartsák ki még kicsit, jó? Köszi, fiúk. Jó, intézzük, hogy valaki menjen oda. Uh-huh. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt
a Best of Morning Show. Szeptember 1-e van, elindult az iskola, és egyesek már az úton vannak azért, hogy csemetéjüket első kézből, szülői, apai, illetve anyai kézből adhassák át a kedves, az aranyos, a csodálatos tanárnéniknek és tanárbácsiknak, akik átveszik a terünkről, vagy a vállunkról azt a terhet, hogy megtanítsák írni, olvasni a gyereket. Balázs ezért nincs a mai napon. Tegnap csak egy ilyen kis szösszenetét, 10 után ugye leszoktunk ülni, egy kicsit a szerkesztői szobába átbeszélni, hogy akkor mi lesz holnap, hogy lesz. Balázs hátradőlt, és azt mondta, hogy srácok, félszük, semmi dolgotok nincs. Ugyanúgy viszem a sót, mint minden nap. Elficelte. A vállamon nyugszik majd a műsornak a terhe. Így van, rám számíthatok. Alig viszhettek tovább a műsorba, ahogy évek óta csináljátok, de én itt leszek. Így van. A telefonom élesre állítva, hangosra állítva a csörgés. Ha gondoljátok, akkor gyertek 5:45-ra. És hívjatok föl már akkor. Amikor csak akartok, én már fönn vagyok, összekészítem a gyereknek a holmiait, beizzítom a motort, utána ott lesz a kezembe a telefon, csörögjetek rá, a második csörgés után felveszem, és ott vagyok. Ehhez képest. Hát most... Izé. De ember most biztos megvannak, nyilván ott kapkodás volt, azért én emlékszem, amit tavaly... És most állnak a dugóban. Így van, a tavalyi első... És egyre nagyobb pánikban nézik az órát. Kutyafunk oda. Igen, menjél már, menjél már. Például, hogyha Kisvárdán a Dögei úton autóznának, Balázsék, akkor ott trafi van, írni a Misó, de ez nem fordulhat elő. Répszelak és Vámos család között 86-os főút, kamion az árokban, nem kezdték meg a mentést. Vigyázzon, aki erre megy. Nagyon sokan írtak a zenékre, Vecsésen viszont újra használható az aluljáró, nem kell kerülni már, Gyula doktor írta nekünk. Több autó ütközött az M86-os úton, Ikrény és Győr között, ezt pedig Fülitől kaptuk. Köszönjük szépen nektek, és arra is kértünk benneteket, hogyha a tényleg ilyen sokként ért benneteket ez a szeptember 1, akkor a mit hagytam otthon, mit szúrtunk el, jöhetnek ezek az SMS-ek. Mekkora késésben, mekkora csúszásban vagyok, ezeket mind nyugodtan megírhatjátok. Jöttek már egyébként ilyenek, tehát hogy azért itt prognosztizáltunk egy kisebb fajta pánikot az iskola kezdés miatt már így két megszólalással ezelőtt, de jöttek is már rá rögtön. Ilyen SMS-ek, Évi írta például, hogy sziasztok fiúk, tegnap a középiskolás lányom délelőtt 2 órát állt sorba a buszbérletért, majd délután én álltam sorba ugyanennyit, és most sincs bérlete. De nem lehet kapni bérletet? Vagy mi? Hát szerintem egy picit túl vannak terhelve. És 2 órán keresztül állsz egy sorban, és 2 óra után azt mondod, hogy jó, most már elegem van, elmegyek. Jézus. Te kedves BKK, vagy BKV, hát, vagy kiárulja ezt a rohadt bérletet. Ilyenkor nem kéne megnyitni az összes ablakot? Lehet, hogy meg volt? Lehet, hogy ezt kellene, lehet, hogy meg is volt, nem tudjuk. Nem számítottak rá. Jézus. Hát, és egy ilyen nem megy el a napot. Tehát azon kívül, hogy neked könyvet kell bekötni, még meg kell venni az új toltartót, azért a tornagatját kimosni, azon kívül még egy 2 órás, illetve akkor ez 4 óra összesen, mert ugye anyu állt 2-t, a gyerek 2-t, az 4 óra sorban állás. Hát mindegy. Nekünk szerencség van, mert lesz elég idő arra, hogy a Moni felrakja a homlokára hideg borogatás, mert Virágnak már 7 órája van ma. De szép. Első nap. Király, köszönjük szépen, oktatás. Hát legalább egy ilyen beszoktató 4 óra, nem? Hát most... Jó, mondjuk a Virág 8-os most már azért persze, szedje persze, neki, és ráadásul neki ugye az első fél év, a 8-ban azért a sorsdöntő, ugye jövőjét tekintve, ugye 7., második fél év, 8. első fél év, úgyhogy neki bele kell majd húznia. Mert ez beszámít, hogy hova megy, ugye vannak. Na de hát mi itt nekünk a 8-os ég élete, mit nekünk a 2-osok élete, mikor itt van egy friss, első osztályos szülő. Legalábbis itt reméljük. Van. Ja, nem tudom. Na, majd meglátjuk. Meglátjuk. A Laci megpróbálja most fölhívni. Elméletileg azt mondta Balázs, hogy már úton vannak. Aha, aha. Nyilván az ellenkező irányba. Igen. Tudjuk mi a telefonszámát rendesen, gyerek? Ja. Apuka! Elmondom, hallgatlak idegen, nem már kocsiba állok, hogy ez a dugó, ez rettenetesen nyomasztó egyébként. Tehát le a kalappal mindenki előtt, aki ezt bevállalja. 30-as számról hívtatok, én nem fölvettem volna, csak mindig magánszámról hívtatok. Láttam egy 30-as számot 655-kor, de azt mondom, az nem. Mindig van valami logikusnak tűnő magyarázat. Nem, tényleg. Figyelj csak, szerinted ki lehet az 7 előtt 5 perccel? Ki az Isten hívhat téged? Az iskola titkár. Nem, mert ha az Anna hív, akkor valami nem tudom, valamilyen matárszám. Aha, az iskola titkár csörget, hogy hol van már, mert mindenki ott áll az alakuló téren, és várják, hogy elindítassák a az évet. Figyeljetek, ez nagyon jó. Tehát igazából van abban valami csodálatos, hogy 6-ra járunk dolgozni, mert nem kell kilométeres sorokban állni. Én azt mondom, hogy
fölrobbant itt minden a 11. kerületben, úgyhogy egy fantasztikus 16 km/h-val araszolunk szenzációs időben. Viszont nagyon jó a részidő, mert 7-kor elindultunk, úgyhogy bármi történik, még van 3-4 óránk beérni, úgyhogy addig ellenőrizzük a vonalzó, a hurkapálcika és a ragasztókészletet, úgyhogy nagyon, nagyon kassz. Ez mondjuk kicsit későn szerintem. Tehát a most ellenőrizni már kicsit nem, késő. Még láttam egy ápista benzinkút mellett, és van egy pajszer a csomagtartóban. Igen, de hát a feleségem egy gondos asszony, úgyhogy igazából nekem ezzel sok feladatom nem volt, csak úgy csináltam, mintha én válogattam össze, és beraktam mindent a csomagtartóba hősiesen. Úgyhogy... Na, mesélj arról, mi volt tegnap este, mert ilyenkor mindig az van, ugye azért egy gyerek ez túlpörgi, jó esetben vagy szeretettel várja, vagy nem annyira szeretettel várja az iskolát. Tegnap alvás, meg ilyenek, vagy még este kellett egy 4 órás mesét mondanod, hogy Benni, aludj már hónap suliba megyünk. Igen, elmeséltem a Harry Potter 4-5-6-ot, nagyon hosszú volt, akkor még Voldemort halálánál tartottam. De igazából minden ilyen teljesen normálisan ment, tehát lefeküdtünk ilyen 9-kor, én 4:10-re aludtam, a gyerek 11-ig még mesét nézett. Csak a szokásos. Klasszik. Csak a szokásos. Nem, volt egy ilyen beszélgetés, tehát így átdumáltuk, mi lesz holnap, meg hogy lesz, meg kik lesznek ott, meg mert azért úgy nyilván van egy pici szorongás, amit egyébként természetes, és akkor ezt így átvettük, hogy nagyon nagy baj lesz, ha becsúszik egy ötös alá. Ja, úgyhogy... hát egy vicces. Nehogy szényed hozzá a családra. Igen, úgyhogy ezt átdumáltuk, de aztán ilyen 2:30-3:40-kor így egy állapra hajtottuk a fejünket, és úgy néz ki, hogy egészen jó ütemben sikerült elindulni. Már legalább 4-4,5 métert haladtam, mióta beszélünk, úgyhogy tényleg le a kalappal mindenki előtt, aki ezt így naponta bevállalja, mert én nem voltam reggeli dugóba évek óta, de ez nagyon kemény. Szegény Benni nem kezdett el uralkodni a pánik, amikor a 6. névre mondta azt, hogy nem, ő sem lesz ott. Nem, ő sem. Ő egy másik iskolában megy. Igen, volt egy ilyen nagyon helyes átbeszélés, hogy a régi barátok közül ki lesz ott, és akkor így gondolkoztam, hogy mit csinál ilyenkor egy jó szülő. Tehát, hogy nyilván finoman hazudik, hogy persze azért láthatod majd még őket, vagy megmondja brutális igazságot, de emellett döntöttem is, és finoman átbeszéltük, hogy igazából nyitottnak kell lenni az új dolgokra, meg lesz csomó új barát, meg nem tudom. Úgyhogy ezeket így nagyon vidáman megbeszéltük, de készült ő már erre egyébként. Szóval, hogy azért nem éri váratlanul, szerintem azt csinálja jól, aki már így a nyári szünet elkezdi mondani, meg mikor elballagnak, meg elmentünk, megnéztük a sulit kívülről, aztán betörtünk, bementünk, és magunkhoz vettünk egy-két olyan tárgyat, amit nem szabadott volna. Éjszaka mondtam benne, hogy nyugodtan, amit tetszik, de úgyhogy volt azért egy ilyen tudatos felkészítés erre, hogy... Én a radikalizmusban hiszek, én azt mondtam Pagyesznak az első előtt, tudod, búcsúzz el a kis társaitól, mert nem fogod őket látni soha többé. Nem, te azt csináltad, hogy még szeptember elsőn is elindultál az óvodat, tényleg kifékeztél, lassítottál, majd hirtelen gázhatás, azt mondtad, nem ide jött. Így, figyelj, legalább megszokja. Mindenki másképp csinálja, én értem, azt mondtam, hogy gyere virág, beszélnünk kell. Iskolában mész, másodikos vagyok, ja? Hogy elhúztad az egyéb. Éreztem, hogy egy picit utánlövés lenne a dolog, úgyhogy már nem beszélgetek. Igen, gyere, beszéljük át az iskolát. Apa, negyedibe indulok, majd szépen. Na, úgyhogy rendkívül jól haladunk egyébként, és itt hihetetlenül összekészülve minden. Egyébként furcsa, mert az emberen van egy olyan fajta izgatottság, amikor ő iskolába ment. Tehát konkrétan emlékszem, hogy melyik volt az iskola, hogy kellett bemennem, mi történt, amikor egy saját gyerekedet viszed, akkor kicsit újra te is gyerekké válsz. Mikor óvodába vitted, akkor is fura volt a kis székeket, meg az asztalokat látunk, meg nem tudom, de az iskolában meg ugyanezt tudod, hogy így bemész, hogy úristen, én voltam nemrég szulis, most meg a gyerekemet iskolába viszem. Szóval ez egy nagy dolog, de az, akinek egyébként nincs gyereke, nem érti, nagyjából azt mondja, hogy mi ebben a nagy dolog, iskola be kell menni. De amikor beviszed a gyerekedet, azért az egy egészen más, hogy úristen, már itt tart, most született. Szóval a gyereket viszed a táskát, betettétek? Nem, most van egy kis probléma, vissza kellett fordulni, de elnéztem visszapillantom, és láttam. Igen, mert ott már a gyerek. Minden megvan, oké, hurkapálcák, igen, kis, hogy jó, mindent leellenőrizünk, egyelőre egy U-kanyart kellett vennem visszafordulni, mert jelen pillanatban nincs meg a gyerek. Ne, itt van, itt van, gyereket osztatok-e? Bemeltünk egy cirkány, nagyon szimpatikus gyereket az utcáról, látom, ez nem a Benni. Legyen arra is, hogy tiszta tészi, abból volt a szája. Igen.
A feleségem ebben a pillanatban kérdezte meg, hogy nem kellett volna már lefordulni. Én meg nyugodtan konstatáltam, hogy de igen. Igen. Elhagytuk az iskolát. Nem, végül nem Waldorf iratuk. Ja, hogy nem ebbe irattuk? Nem ebbe irattuk. Ja, hogy nem ebbe irattuk. Nem, végül is ugye... Rossz iskolába értem. Megnéztük egy csomót. Jó, fordulok. Szerintem nagyon jól döntettetek. Én utána néztem, nagyon jó iskolának mondják a Kumbilla általános iskolát. Nem fogjuk. Igen. Semmi nosztalgikus élményekből eljöttem az én általános iskolámhoz. Nézd, itt vagyok. Hát ott ide járt a párt. Ja, hogy álltunk és... Jó, nem, itt visszafordulok, van egy ukanyar. Igen, nagyon hiszek benne, bízom benne. Így van, drágám, szeretlek, és mindjárt mindent megteszek, hogy jó legyen, csak hagyd forduljak vissza, mert nem akarok élőadásba áthajtani egy záróvonalon, azt azért mégsem csinálhatok meg. Mondd neki, hogy csak feltérképezed a környéket, hogyha legközelebb másfelől jöttek, akkor is tudjuk. Most tartok. Értem, életem, hát mindjárt ott van egy kanyarat, vissza tudok. De szeretem. Úgy érzem, rosszat tettem. Figyelj, ezért a pillanatért megérte. Miattunk ne változtass a jó bevett szokásaid, hogy nyugodtan fordulj meg a záróra. Itt fogok visszafordulni, senki ne aggódjon. Na, szóval, hogy kicsit elnézteni kell, de 7 óra 20-an, úgyhogy remek időben vagyok. Benni, mit mond? Itt vagyok, bocsánat. Na, szóval, hogy fordulunk vissza, hát apa egy kanyart elnézett, hogy a Dumbly Dumber, így 400 kilométert kerülnek, de most itt lesz egy visszaforduló, és itt megfordulok, és már ott vagyunk. Oda tudod adni neki a telefont, Beninek? Vagy inkább ne beszéljen azt, hogy ő nem akar ebben az egészben részt venni. Na itt a forduló, csak mondom, megint kinek volt igaza a családból, természetesen... Természetesen anyának. Természetesen megint apának volt igaza, úgyhogy apa megint jól csinálta. Azt mondja, a gyerekem, apa megőrült. Konkrétan már megkérdezem, akarsz a Pennyvel meg a Ferivel beszélni, vagy a Jannival meg a Ferivel? De akar vele fej. Hát nem úgy, mint... Jó, egy mondatra odaadom, aztán vissza kell vennem a telefon. Jó. Szia, Benni! Szia, Benni, amit megbeszéltünk tegnap, semmi csúnya szó. Izgulsz az iskola miatt, szívem? Mit? Hogy izgulsz azért, mert iskolába mész? Mit? Nem, nem nagyon örülök neki. Tényleg? És miért félsz tőle? Vagy nem látod a kis barátaidat? Nagyon nincsenek barátaim se. Hát, szegények, most már ott hagytad őket. Ugyanolyan, figyelj, Benni, hidd el, hogy nagyon-nagyon jó lesz bent. Jó lesz. Öntsünk lelket a gyerekben. Igen. Nagyon fogod szeretni. Apa, hogy vezet? Elkezdettek nagyon beszélgetni. Hogy micsoda? Sziasztok. Hello, drágám, szia. Apu nagyon kéri a telefon. Igen. Ilyen, tudod, mindig ő akar irányítani. Tudod, hogy függő. Adod a neki. Most kezdtünk belemelegedni, ne legyél már ilyen szívtelen. Tök jó fej volt a gyerek, elmondta, hogy nem akar iskolába menni, és nem szó vezet. Nem lesz egyszerű. Az apja nem tudja megemészteni, hogy nem ő a főszereplő. Ott vissza a telefon, hogy érjük a részén. Megmondtam, hogy ne szerepel. Nem, egy nagyon egyszerű, teljesen banális oka van, meg akartam neki mondani, hogy ne mondja meg az iskolát, mert maga az iskola, pedig mi nem akarunk felhajtást. Aha. Tudod, tehát, hogy oké, iskolába viccük, meg nem tudom, de az, hogy melyik suli, az nyilván az itt tök olyan privát dolog, hogy nem akarok az iskolának sérülni. Miért azt hiszed, hogy nincs ők már a blikek a fotós a parkolóban? Igen, tudod, hogy így persze újság, nem tudom, és itt teljesen naturba akarjuk csak úgy bevinni, és itt rettegtem, hogy véletlenül itt tök jó hiszemű ember mondja, hogy melyik suli, azt meg nem akartam, hogy utána borulja minden, úgyhogy inkább kicsavartam a kezéből a telefont, és kezébe nyomtam egy lapot. Így kanyarodtok majd be a parkolóba, és már így rég, ami eresztetek el az alatt, hogy bejön egy kis viselő, és az első mondat, amit látod, hogy azt ott a Balázs! Ez az. És addig fog tartani az anonimitás. Igen. Na, hát figyeljetek, ez a dugó azért ez nem annyira javul, megindul a forgalom, de hát azért ez egyre rosszabb lesz, és most mondta a Viki az előbb, hogy még nem indul el ma mindenki. Tehát így igazából még van a kérdés, után évnyitó. Hogy 20 perccel ezelőtt azért nyugodtabb voltál, nem? Igen. Nagyon hamar telik ez az idő, hogy sihet az ember. Sokkal gyorsabb az ennek a pénzek az iskolájában. Úgyhogy nem tudom, ez igazából. Mennyire vagytok most az iskolától? Hát egy ilyen 7-8 kilométer körül még. De hát a nagyon nagy dugón, akkor kisétálok, és pókjárásba legurulom a gyerekkel. Igen, és a gyerekül a hasadom közben. Megmondom, hogy fogja meg a lábamat, és akkor így ördög szekérbe legurulom. Átgurultok. Nálunk ma 8-tól évnyitó van, utána van 3 osztályfőnöki óra, és el lehet jönni. Na, jó, nálatok nektek. Mi van?
Három osztályfőnöki óra? Igen, hát tudod, ez a könyvkiosztás van, utána elmagyarázzák, hogy az ebédbefizetés az nagyon fontos. Mondjátok meg anyátoknak, hogy egyébként, ha nem lesz befizetve a lóvé, mindenki itt fog éjjel halni. Tehát ilyen praktikus információk vannak nálatok. Mi az első nap, tudod? Hát emelt szintűben megy a gyerek, első óra a kvázárokról lesz egy ilyen fél órás, ebből Beninnek fel kellett készülni, fekete lyukokat, eseményhorizontok, ebből készül 8 óra után. Utána állítólag jön egy kis logaritmus és egy kis színusz, koszínusz 9-től, de mondtam, hogy húzzon bele, nem szeretném. Aztán legyen, hogy a kis ragást a mérlet kis bújga a Plutóból. 11 órától meg a fizika alaptörvényei előadás fogja. Így van, és utána pedig a törzsfejlődés, vagy Zsák utca az emberiség jövője címmel tart majd. Egy továbbképzés a biosztályban. És ahogy láttam az órarendjét egy óra, akkor az evolúció hazugság című 40 perces dissertációval készült. Tulajdonképpen ez az első nap, de állítólag ez bemelegítés készült. Kicsit meg komolyabb lesz a jövétől. Úgyhogy ez ma még csak egy ilyen bemelegítés igazából, úgyhogy szerintem jól fog a gyerek törökozni. Nem, ma hát ilyen kis ismerkedés, meg átveszik a tankönyveket, ahogy láttam, holnap van az évnyitó, úgyhogy szerintem ez még bemelegítés. Tehát az első osztály szerintem kicsit még az. Tehát, hogy még így felállhatnak, járkálhatnak, nincsenek úgy órák, szóval ez még ilyen ráhangolódás. Csak később láncolják oda őket a padokhoz. Akkor viszont vége. Az egész hallgató táborunk veled van, például egy SMS. Kedves Balázs, nagyon sokat dolgozol, plusz ott a család. Szerintem minden nap megérdemelnél plusz 2 óra pihenőt. Természetesen nem azért mondom, mert legalább van értelme zene, és nem csicska fluor, Tomi. De hogy mi volt, hogy menjek 2 óra? Igen, minden nap te vidd a gyereket, arra próbált a hallgató felszólítani. Úgy szeretem, hogy mármilyen rossz zene megy nálunk, az hozzám kötik. Bár bizony. Ugye kadlott karcsit nem látjuk. És akkor mi van délután? Hogy pirosnál életem van egy halott pénz, akkor akkor is én kapom. Igen, rád, nem tudják, mert délután nem hallgatnak minket. Így jöttek el, nem én szerkesztem a zenéket. Na egyébként lassan úgy néz ki, hogy megérkezünk, szóval, hogy így egészen... Mit panaszkodsz? Akkor mit fogtok egészen csinálni 4-9? Egy ismerős körforgalomhoz érkeztek csak meg, nem az iskolához. Igen, fura, mert nagyon üti a viket szomomat, hogy végre menjek ki a körforgalomhoz. Tényleg, jól esik körözni, és a gyerek is nagyon élvezi. Sose később felnőni. Nem, hát most beadom, van egy ilyen, bemegyünk az osztályba, beadjuk, és akkor utána kicsit bemegyek még a tanulmányi osztályra harcoskodni, megmutatom magam, és utána... De az első nap azt csináld meg, hogy vége legyen a gyereknek. Lök be az ajtót, és igen, ti vagytok a tanári kar. Nekem ugye nem kell bemutatkozni. Na, csak óvatosan a gyerekem, mert címlap ez az. Ha már mi panat lesz, itt a sajtó, azonnal. Nem, utána meg jövök be. Hát elbúcsúzunk, és akkor itt kell hagyni a számba, aztán jövök be adásba. Úgyhogy szerintem látva ezt a dugót, egy olyan 11-11, de ott is vagyok. Te mindenképpen. Tök jó. Figyelj. Megvárunk. Ilyen 7:30 körül beadjuk, szerintem utána én is tartolok is, tehát innen már közel vagytok, mert egy kerületen belül vagyok. Jó, ha visszafelé ránézel az órádra, és 9:55 mutat, akkor már szerintem ne pörgess túl. De nem megyek még felhívni a naphallgatóját. Jó, van, elengedünk akkor, illetve jó, akkor 7:30 után még rácsörgünk, hogy ezt az utolsó 6 kilométert sikerült-e megtenni ennyi idő alatt, jó? Jó, csörögetek, jó. Oké, puszi, Benny, ügyes veletek vagyunk, szevasztok. Hello. Ezt a lemondást a hangjában. Nagyon lelkes volt. Nagyon. De ha fél óra alatt bent vannak, az nem olyan rossz egyébként. Ez biztató, hiszen ez az év első tanítási napja számukra. Jó, de utána... És az életük első tanítási igen, napja. Igen, de utána nem ő viszi a gyereket. Az is igaz. Ugye? Tehát ő itt fog ülni bent, és akkor már is jobb. Feri, már hétfőtől érvényesek voltak a szeptemberi bérletetek, nem kellett volna az utolsó pillanatra hagyni a megvásárlását, írja Ladó. Uh-huh. Annak a hallgatónak nyilvánvaló, aki ugye elmondta, hogy tegnap 2 órát álltak sorba. Aha. Ha mindenki elővette volna meg a bérleteket, akkor meg azért akkor lett volna. Volna sorbaállás. Sziasztok, már nem vagyok iskolás, és nem is dolgozom iskolában. Ellenben a buszra felszállva rájöttem, hogy sikerült évnyitóhoz öltöznöm Gitta. Tehát fehér felső, fekete, az kell, nektek kellett? Már hogy nem nektek, hanem csak Virágnak. Nekünk nem is volt. Ja, a Virágnak kellett, igen. Tök csinos volt, meg is dicsértem, tökre örült neki. Gyermekem reggeli telefonos kérdése. Anya, nekem van toltartóm? Utolsó pillanatban való fölkészülés. Ma reggel és szösszenet a buszról 2 tizenéves fiú beszélgetett. Mit hoztál a suliba? Tollat, papírt, egy bizonyítványt, meg 1,5 liter poros kolát és 3 dobos sört. Hát figyelj, középiskolások, akkor simán benne, hogy megmaradt valami nyári buliból a történet.
Ákos, te is várod már, mi, hogy a porontyok elinduljanak. Én most már nagyon félek, tehát meghallgatva a Balit, megolvasva az SMS falat, azért ez egy durva dolog lesz. De hogy lesz, lazán, kezeld lazán. Kezeld lazán, van neked feleség, és majd nekem kettőt kell majd. Uh-huh. Nem egyszerre kezdenek. Hány év még az? Legalább, ugye? Hát, akkor már Londonba fogtok élni. De én az Ovitól is fél. Tudsz valamit? November utána mit tervezzek rögtön London? Hát nem, egy kicsit még élt fel a tartalékokat, és utána a baj van, akkor indulj kifelé. Jó lesz, majd meglásd. Én tavaly is vártam, most is vártam a gyerek, nem annyira, de... Hát azért könnyű, hát itt ültök benne, most már nem kell bevinni, neked már nagy gyerek. Nekem nagy a másodikos, persze. Ilyen három úszkve öt utcákat sétál az általános iskoláimba, kettőbe jártam Lőrincre, és mind a kettőhöz körülbelül egy volt az út. Mondjuk 10 perc oda, 10 perc vissza, de akkor már eltévedtem. Balázsnak egy üzenet jött a tanári karból, hogy kihangosítva hallgatták. Köszönjük, hogy ilyen jól megágyaztál Beninek. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. És apuka itt van a vonal túlsó végé. Odaértetek? Hova? Akkor semmi gyerekeket. Hagyja a francba. Nem tudunk jönni körforgalomban, már dupla. Odaértünk, itt vagyunk már bent, úgyhogy nem is tudok nagyon hosszan beszélni, mert egyből beültem a padra, illetve elkezdtem a táblára fölé feladványokat megoldani, de mondták, hogy hagyjam abba, ne bízogja a padlátás üvegség. Odaértünk, nem van már az osztályba, igen. Én meg itt ülök kint, mert kiderült, hogy rossz osztályba vittem, úgyhogy nem lehet ott maradni? Nem lehet bemaradni velük legalább az évnyitón, vagy az első órán? Nem, itt mert az van, hogy beadod, elbúcsúzol, és aztán nyomás. És könnyes volt a búcsú. Még nem tudtam tőlem, mert kétszer lettem visszazavarva a kocsig, hogy még mit hozzak föl, úgyhogy teljesítek, szolgálok. Úgyhogy még egyelőre a gyerekben az osztályban, én most ingázom a kocsi, mert még ezzel maradt, az nem maradt, azokat még behordom, és akkor 8 körül aztán indulok már hozzátok, úgyhogy eljövök. Na és mik voltak az első reakciói, amikor meglátta az ismeretlen arcokat, meg a többieket, meg az osztálytermet, meg tanárnénit, ha egyáltalán találkozott meg vele? Körbenézett, és azt mondta, ne felejtsétek el, itt minden az enyém. Jó, vagy csak örökölt valamit az apjától. Igen. A szerénységet. Nem, figyelj, nagyon helyes, nagyon cuki. Tehát ez egy tök vagány kis sász, tehát bement, leült, választott magának helyet, nagyon ügyesen kinézte, hogy hova nem süt oda a nap, úgyhogy nagyon mondom, jól van, ez kell az életben maradáshoz. Úgyhogy leült egy helyre, nagyon cuki, várja, kifiatott dumál a többiekkel, tehát ő egy viszonylag felszabadult oldott kis sász, úgyhogy nem lesz ebből igazából. Csak aztán szóltak neki, hogy az a találnéni helye. Mert hogy a így van, helye. Így van, és megkérték, hogy vegye le a lábát. És ne rajzoljon az osztályon. Látta már átment az olyba, a kicsiket beterrorizálta, úgyhogy szerintem rendben lesz minden. Elsősorban ült? Nem, itt ilyen U-alakban vannak az asztalok, tehát ugye össze vannak tolva egymás mellett. Akkor ez a tanári. U-alakot. Megint rossz helyre mentetek. Fura öltönyös csávok mászkálnak mindenhol. Úgyhogy egyelőre még várom a gyerekeket, egy sincs, de tényleg akkor lehet, hogy rossz helyen. Úgyhogy U-alakban ülnek, és akkor hát tulajdonképpen szerintem egy 8 körül ez el is indul, úgyhogy bemegyek hozzátok, átvágom magam a történetet, még elbúcsúzunk, és akkor indulok. Tanárnéni, cuki? Nagyon, nagyon cukik, nagyon helyesek, nagyon gyerekcentrikusak, igen, két tanárnénje van. Ottál melletted, mi? Itt áll mellett, és nagyon szigorúan néz rám, hogy mit mondok, úgyhogy kedcsokom, jó egészséget, kedcsokom, úgyhogy... Jó egészséget, ez mi valami egyháziskola, vagy ilyen rendőrszak? Igen, dicsertesség. Kedves anyukák vannak? Szimpatikus anyukák. Viki ott van még a közelben? Tudsz ezt nem, beszélni? Most ő elment az autóval, amíg valamit megnézni. Én azt gondolom, hogy kellemes. Lehetnek barátság. Kellemes környezet. Jó, majd róla, ha beszélnék a kupak tanácsban. Hogy volt 20 plusz a kupak? Igen. Az egész suli helyes, aranyos, úgyhogy tényleg minden a gyerekekről szól. Szerintem jól fogja magát érezni. Hát ez, nyilván ez egy minimál trauma, ami minden gyerek átesik, de ez kb. 3 napig tart, utána amikor meglesznek az új barátok. Nem az a típus a Viki, de úgy megvan előttem, ahogy törögeti a könnyeit. Tehát ő egy kemény asszony, de azért ez egy olyan pillanat, nem? Hogy picit megfacsarodik az ember szíve, el kell engedni a gyereket. Hát, ez így lenne, csak nagyon sokszor hagytuk már hetekre egyedül a lakásba, tudod? Szóval igazából ez most neki felidülés lesz, mert legalább vannak körülötte mások. Heteket töltött egyedül a lakásba. És higgyétek el, az nem volt könnyű neki.
Itt meg legalább majd valaki visszakiabál neki egy ha-hó. Héten ott egyedül síró kisfiú, gyere ide! Lesznek barátai, lesznek társai, ez nem volt mindig így. Jó van. Na hát figyelj, persze, Viki is megvalhatod, de hát ez mindenkinek szerintem egy tök nagy élmény. A szülő legalább annyira izgatott, nagyon siet, ott akar lenni, meg akarja élni, ezt én se hagytam volna ki. Úgyhogy ez egy jó dolog. Most na, éppen látom, hogy hátadtad az ajándékcsomagot az igazgatónőnek, meg a konyhásnéniknek a kis szeretett csomagot, akkor viszont gyere be, várunk, jó? Nem tud most itt lenni az igazgatónéni, mert 2 hétig Törökországban már meg. Ja, tényleg. Mert mondtam, hogy nem biztos, hogy a gyerek erős matekból, és akkor így tudtuk abszolválni. Milyen visszhangja volt annak, hogy kifizeted a teljes hőszigelését az iskolának, illetve az új tetőszerkezet, hogy tetszik nekik? Először nem akarták elfogadni, de erőszakos voltam, úgyhogy abszolút elégedettek mindent. Na gyere, várunk vissza, jó, csak hogy mesélsz. Szevasz, hello. Jaj, hát megvan hatodva azért. Ki? Hát gondolom Benni az új iskolától. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na mi újság van? Megjöttem, gyerekek. Hát ez a reggeli dugó, ez nem egyszerű, szóval, hogy egy nagy küzdés. Én nem értem komolyan, hogy miért nem lehet megcsinálni a mi megy ott az Alli előtt, ami megy kifele az M1-M7-re, melyik? Október 23-a út. Ja, ez nem Alli. Tudod, mindegy. Most beugtában. Igen, kacsokongrás. Nem, a másikra gondoltam. Viktor Hugo vásárolóban. A Fehérvári út, de nem a Fehérvári, mert a Fehérvári kereszt, ami megy ki az M1-M7-re, ami föl van túlva. Hogy miért nem lehet azt tényleg úgy megcsinálni a nyáron? Megcsinálni, amikor nincs dugó, és mire indul a szeptember, átadod. Jöttem most befelé az iskolában, még ugye a Petőfél irányába. Figyelj, hát ez egy sáv ugye eleve lezárva, és az ott nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lassan ez megy. Ez tök jó lesz egyébként, mert hogy... Komolyan? Hát hogy van ez? Azt a megkönnyebbülést, meg a nyugodtságot, azt ezáltal fogod elveszíteni. Tehát, hogy most, ahogy a gyerek iskolába lesz, azt gondolod, hogy akkor nyugisak lesznek a reggelek, jaj, de először ejtőzünk egyet, és akkor a szó átvét értelmében is jönnek majd a reggeli dugók. Ugye megint meg egymásra találtak a feleségen, de nem, majd mentek, és hülyére fogod idegesíteni magad, az útfelbontások, a dugók, a forgalomkorlátozások, meg minden más miatt. Szóval ez kemény minden nap. És kiszámíthatatlan lesz, tehát hogy most azt mondod, beértem, jó, akkor holnap is elindulok ilyenkor. És holnap jön valami hülye, összetöri magát, érted? Van egy korcán, és véged van. És nem fogsz odaérni. De még mindig ott a buszsávak. Így is nagy gázzal. De ez most még nem volt teljes. Hát 7-kor indultunk, és szerintem a hétfő lesz a nagy. Tehát ott derül ki majd, hogy valójában elég a hetes indulás. De azért más a fél hetes kelés, mint a fél ötös. Ugye? Tehát, hogy azért... Az a 2 óra jól esett. Jó, azért az egész más, igen. Majd egy dupla vesztoffal készülünk. Majd, ahogy szokták mondani, majd novembertől. Úgyhogy beadtuk, benn van. Menő. Foglalta a helyet a kis barátjának, akivel már összeismerkedett egy ilyen kirándulás alatt, úgyhogy... Hányan vannak az osztályban? Nagyon 20? Kevesen, nagyon kevesen, még annyian se, 12-13-an. Tehát, hogy ez ilyen nagyon baráti, nagyon kedves, nagyon aranyos. Úgyhogy 2 első osztály indult, és mind a kettőben ilyen 13-an, 14-en vannak. Azért ez egy hálásabb. Igen, az, hogy gondolkozom ilyenkor, hogy viszont feladatok kiosztásnál többet tudsz kapni. Feladat kiosztásnál többet kapsz, többször felelsz, ugye? Ugye hát a mi a végén, te a legvégén a naplónak. Ez se véve erre. Hogy naplóba tudod, azért sokkal nagyobb esély nyílik én nálad. Bizony. Igen, szóval, hogy többször felelsz, de azt gondolom, hogy talán így azért így hangulat szempontjából, meg zsivaj szempontjából, meg odafigyelés, szóval, hogy az egy hálásabb, csoport. Most hallottam, hogy a környékünkön indult 4 elsős osztály mindig 30 fővel. Na. 4 elsős osztály mindig 30 fővel. Azért ott le a kalappal a tanárok. Az erős. És mindig gyerekre úgy figyeljél, és észrevett, ha valami van bele. Szóval, hogy mi a kisebb osztályban hiszünk, azt gondoljuk, hogy a gyerek személyiségének a fejlődés szempontjából ez mindenképpen jó dolog, hogy a tanárnak nem kell megosztani a figyelmét 30 gyerek között, és nem kell, az lehetetlen, szerintem tök is. Jó, tök az jó, lehetetlen. Tök jó lesz ez, hidd el, jól fogjátok érezni magatokat. Úgyhogy benn van, de még nem hívtak, úgyhogy még nem tette tönkre semmit, még nem gyújtott fel semmit, még nem. Hát mondjuk így 9, de nem baj. Még úgy néz ki, hogy áll az iskola. Jó volt, hogy azt mondtad nekik, hogy 70-es a számod. Ezért még nem tudtak elérni. Igen. Mondtam, hogy 0-20 és 2-t megadtam. Dolgozzanak, megértek. A többit találják. De nagyon jó sztori, szóval hogy bemenni egy iskolába eleve nagyon retro. De tényleg. Szóval eszedbe jut, hogy te mikor iskolás voltál, hogy ez azóta mennyit változott. A Fali Újság, az üzenőfal, ebédbefizetés kiírva nagybetűvel, tudod. Tehát az egész annyira jó közben, hogy kicsit te is gyerekké válsz újra. És átéled, hogy milyen volt, amikor nagy iskolatáskával mentél be egyedül az iskolába. Ugyan
az ne? A csengő van a ugyanúgy, mai napig. Ugyanúgy, ugyanúgy van. Csak mint a máshogy állnak a padok, mert tényleg itt ilyen U-alakba ülnek. Hogy így, de ugyanaz a pad, csak átforgatták. Kicsit lehet, hogy modernizálták, meg azt hiszem, hogy ez a klasszik, emlékeztek a ceruzatartóra, amikor a padnak a végén volt egy ilyen kis ceruzatartó, na az ott ezen nem volt. Mondom, hát miféle idők ezek, hogy nincs ceruzatartó, felmértem, és de ugyanúgy alul bepakolós, ha jól láttam, tehát ugyanúgy meg be tudod de rakni. Olyan már nincs, hogy egybe van építve a pad az asztallal, ugye? Nincs, tehát most nincs, már székes van. Nekünk az volt első másodikban. A kalamár is tartó is volt. Igen, meg volt döntve ugye az asztallap, alul volt egy vékony léc, hogy a füzeted ne csúszson le, és fölül ott volt a ceruzatartó. Jó, hát ez mondjuk tényleg. Az retro. A ceruzatartó óriási volt. Az. Igen, kincskereső kis ködmönös sztori még. Úgyhogy. Igen. És ki izgult Bocska jobban kettőtök közül? Figyelj, a Benny tegnap este izgult, tehát ott át kellett vele dumálni, mert volt egy ilyen kis nem szeretem, és nem jó, és nem fogom szeretni, és egyébként is én leszek a legrosszabb, és azt akarom, hogy él, tudod, tehát volt egy ilyen, yes. Nem mondom most, akkor most szülő legyél a talpadó, hogy hogy hozott ki ebből a gyereket, és igen. Akkor elkezdtem neki én ilyen. Hiszen én hosszú éveken keresztül tanítottad erre a magatartás formára. És akkor utána átdumáltuk, hogy mi a jó, meg hogy nekem miért volt jó, meg az oldotta kicsit a szorongását, hogy elmondtam, hogy amikor én bementem, én is mennyire izgultam, de aztán hány barátom lett, és ez milyen jó volt, és aztán mennyire élveztem. És akkor egy ilyen saját történeten keresztül próbáltam meggyőzni arról, és akkor 2:30-3:40-kor elaludt. Ma pedig megjelent már reggel, hogy akkor iskolába indulunk 6:30-kor magától felkelt, úgyhogy dobtam fel, és luckulcsot elkapta, beült, mondom, jó, értem én, hogy mennél, de azért ezt még talán ne tedd meg. És akkor utána elindultunk, úgyhogy... Viki? Könycsepek voltak? Nem, annyira oldott meg, annyira jó, nem volt. Az Oviba volt, mikor betetű, de most már azért 7 évesen kevés zokogó szülő volt. Igazából. Én egy picit sírtam, egy picit ölelgettem, aztán Viki szólt, hogy ő nem az én gyerekem, úgyhogy menjünk arra, mert a Benny már benn van az osztályban, ne haragudj kis srác, elengedtem, az anya nagyon mérgesen nézett rám. Mondtam, hogy legyen jó, és bármi van, tudd, hogy itt vagyok nekem. Balázs, az nem a te gyereket, engedd el. Felnőtt a mi kisfiúk, ugye Viki? Igen, de itt állok mellettem. Ja, oké, csókolom, bocsánat. Igen, úgyhogy jó volt. De örülök, hogy nem hagytam ki. Tudom, bocsánat, hogy hiányoztam, de ezt nekem meg kellett élni. Tehát ez egy olyan dolog volt, hogy ezt meg kellett élni. Ez lelki furim lett volna, ezt kihagyom. Látom, hogy tök jól esik neki is, hogy megyek. Mint az első lépés, az első szó, szerintem ott kell lenni egy gyerek életében ilyenkor. És ez tök jó. Ezek fontos pillanatok szerintem, igen. Ezen jól voltam. Tessék? De olyan régen volt, hogy fogalmam jól érzem, hazudsz meg. Igen, van. Igen, én is egy nyomokban hazugságot tartom, de hogy én fogalmam sincs. Szerintem ott voltam. De az van, hogy mi már ugye eljutottunk abba egyébként nagyon kényelmes periódusban, amikor már a gyerek nem igényli, sőt. Hát tegnap elment, úgy volt az évnyitón, hogy elment egyedül, aztán kételkedtek egy kicsit, igen, és utána hazajött, és kész. Tehát, hogy annyira önjáró már, hogy egyetlen nem igényli, hogy ott legyünk. Na jó, de persze, de 13-14, tehát, hogy van az a pillanat, amikor a szülő már ciki lesz. Ti már azok voltak kicsit. Így van. Tehát, hogy én ezért akarok nagyon sokat a Bennyvel lenni, meg a Noel, mert annyira hamar fölnőnek, hogy én nekem meg fog kicsit szakadni a szőmük, azt mondja, apa, engedd el a kezem, meg mit tudom, már ne gyere be velem. És akkor látod, hogy fölnő. Tehát mondom, múltkor meséltem, rászólt, hogy már ne szólítsam így vagy úgy. Így megállt a kanál a kezembe, tudod, hogy na, hát azért hogy ne szólítanál. És azt hittem, hogy elfelejti. És szisztematikusan mindig rám szól. Tehát ma koncentrálnom kellett, hogy az osztályba Beninek hívjam. Ne, töki, manókám, gyere ide, bár, hogy nagyon sok becene van. És direkt trenéroztam magam, hogy Beni, itt kell mondom, mert gyerek a helyre tett volna, tudod? Apa, iskolában vagy. Főleg, hogy az első tökinél odament az igazgató úr. Itt vagyok, kapukom, segíthetek. Igen. Úgyhogy jó, tehát baromi gyorsan felnőnek. Ráadásul holnap forgatok, még egy utolsó ilyen... Nem azt mondtad, hogy befejezted már? Még van egy kicsi óriások, egy utolsó. Jó. És nem tudok ott lenni az évnyitóján, úgyhogy... Pótforgatás, pánik van? Igen. Megnézték az első adást, holnap újra forgatjuk. Rakodsz, hogy kitörölte a poénokat. Ja, rakodsz, hogy mindig kivágja a poénokat, igen. Úgyhogy holnap nem tudok ott lenni az évnyitóján, az egy 3-4 órás kis szertartás délután, mondtam, hogy akkor viszont ebből nem engedek. Viszont ki küldted az ezért fókustábot felveszik az egészet, megkezdett megnézni. Igen. Tényleg paparazzik? Láttál valaki? Én tudod, hogy nagyon nem beszélek a magánéletemről, nem tudják milyen suli, tök természetesen csináljuk, nincs nagy újságcikk, hogy most akkor iskolás lett benne, és akkor virítok a Hot magazin elején meg. Pont erről beszélek. Nem tudom, én nem akarok ebből így üzletet csinálni. Anyukák, apukák? Találkoztál valakivel? Találkoztam nagyon sok anyukával.
Örülök neki, hogy ezt mondod, és nem azt, hogy apukám. Megnéztem egy-két apukám. Figyelj, én benne vagyok egy-két ilyen. Jöjjenek át a szülők, jöjjenek át a szülők, jöjjenek át a gyerekek, ígyunk mindenki, ígyom mindenki egy rozét, és aztán nézzük, mi lesz belőle. Bali szívesen csinál kerti partit, mert hogy azt kell, hogy mondjam. Megérted? Mit? Meg, hát most tegnap vagy tegnap előtt beszéltük, és megérted, hogy lesz egy sütőketős, ismerkedős kerti parti nálatok. Mint a szülőknek? Tehát, hogy így igen, a iskolában? Igen, majd vissza, igen, te voltál. Úristen. Feltűnően hasonlít majd az a hangra, te hangodra. Jézus Mária, én neked ígértem. Tényleg. Úristen, hogy én tartok a szülőknek? Aha. Hát figyelj, oldottak normálisak. Voltunk már velük kirándulni. Halál jó arcok, meg lazák. Tehát nem ez a befeszült, tudod, ez a SMK-s ránézel, és már tudod, hogy jegyzete, hogy leírja minden, mi az, amit rosszul nem csinált. Hát halál jó arcok tényleg, meg ilyen nagyon. Tök laza mindenki. Hát mindennél segíted az anyukákat. Kicsit több a rozé, akkor majd ez, hogy leteszem, hogy tessék, feküdj le nyugodtan. Igen, tök, például mindenki betegeződik, de gyerektanár is. Vagy bemész a tanulmányi osztályon, köszönöm, hogy kezdi csókolom, és nagyon-nagyon csúnyán néztek rám, mikor mentem. Szia! Szia mindenkinek. De hogy ilyen 50-es nők is ülnek, és kifejezetten jelezték, hogy ezt ne nagyon magázódjunk. Én ezt bírom. Tehát, hogy nem attól kell a tanár tisztelni, hogy ő elvárja, meg rászól, hogy magázzál, meg szigorú vagyok, hanem tiszteld azért, mert jó, mert úgy szól hozzád, mert ő olyan, amiért neked tényleg valójában érdemes. Nem egy tanított tisztelet, hanem hogy az van, hogy te azért szereted, mert okos, mert jó, mert szeretéged, mert jó bánik veled, és kialakul egy valóban bizalmi viszony, egy valóban kölcsönös szeretetre alapuló viszony. De nem tanár tisztelni kell, magázódunk. Hát egy kicsit csak segít benne, nem? Hogy? Én ez a hagyományos vagyok. Magázódjunk? Szerintem és igen. Azért, mert az nem tiszteletlenség, csak egy kicsit olyan haverkodó, nem a szíja. De van egy pont, ami tudod, hogy nem léphetsz át, az, és ha nagyon jó a viszony, akkor nem is mered átlépni, mert pontosan tudod, hogy vele hogy meg ha a tanár kiérdemli, hogy tiszteli. Tehát ha jó a tanár, akkor igen, akkor könnyű. Igen, mondjuk ez tényleg nem szabad átmenni bratyizásban, mert főleg nem a gyereknek a füle hallatára, mert ez kicsit azért így szerintem az iskolában a tekintélyelőség azért nem olyan nagy probléma. Talán a szülő meg a tanár között lehet, finoman, de az se a gyerek füle hallatára. Nem jó, hogy a gyerek tudja, hogy milyen jóba vagytok egymással, mert azért ez nem jó veszi ki magát. Legyek rosszba velük? Nem, lehet jóba, csak titokba. Jó, meglátjuk, kialakul. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Na, ha már Red Hot Chili Peppers, ugye itt van a csapat, óriás cuccal érkeztek, ez a turné bejátszó állomás, tehát innen indulnak el, úgyhogy nagyon izgalmas módon ez nem szokott így lenni a világ zene történelmében, hanem mindig az adott zenekarnak a ródjai megérkeznek, fölépítik a színpadot, behangosítanak minden fény, és a csapat maga általában aznap reggel vagy délelőtt érkezik meg, megnézik a helyszínt, kipróbálják a hangszereket, és este buli. Hát a Red Hot Chili Peppers életében ez most másképp van, mert a fiúk már itt vannak hétvége óta, vagy hétfő óta. De egészen meglepő óta. Így van, és nem is nagyon bujkálnak a közönség elől. Talán mindenki hallott róla, hogy volt egy rockparti koncert. Igen, a Qualiton zenekarnak a koncertje, amit ők a valamilyen mokból kifolyólag kiszúrtak maguknak. Lehet, hogy nyitva volt az ablak, fölhallatszódott a zene, és le akartak menni szólni, hogy ők már abban a korban vannak, hogy korán feküdnének. Igen. Aludnának egyet, vagy esetleg az ablak alatt valaki egy nagyobb trombitára gyújtott, és azt hívta le az ennek. Érzed, Anthony, induljunk. Lemegyek, kérek egy CD-t. Úgyhogy lementek a zenekar koncertjére, a közönség beszámolója szerint egyébként nagyon-nagyon közvetlenek voltak, például ilyen mondatok is elhangzottak angolul, hogyha a figyelj... Hogy what the fuck? Egyrészt másrészt, de hogy adj egy CD-t, de hogy akarsz esetleg a Red Hot Chili Peppersnek adni egy cigit. Így kértek kölcsön, nem volt nekik. Nagyon aranyosak. Egy dolgot kértek. Nekik hogy... igen, de neked nem. Egy dolgot kértek, miért te ki vagy? Én vagyok az énekes. Egy dolgot kértek, hogy ne legyen fotózás. És a Qualitons is nagyon-nagyon örült neki. Hát és újabb történet van az ügyben, mert azok a férfiak nem álltak meg, hanem továbbra is járták a várost, és van ugye az a régi magyar mondás, hogy az úttörő ahol tud segít, mondjuk annyira nem régi nyilván, és ők is ilyen. De ezeknek szívük van, ezeknek a fiúknak. Pedig Anthony valószínűleg nem volt úttörő, legfeljebb cserkész.
De ehhez képest egyébként tényleg azt olvastuk az egyik portálon, hogy, hogy egy, egy honfitársunk megint összefutott velük. Így van, méghozzá nem is akárki, akit utol is értünk, a Lila Füge gasztrobloggerével esett meg a minap a történet, Havas Dórával, amit elmesél mindjárt ő maga. Szia Dóra, hello! Sziasztok, hello! Hello! Szia. Na mi volt a sztori? Hogy találkoztál össze Antonival? Ez egy nagyon vicces sztori, egy nagyon hosszú napon volt, 6 megbeszélésem volt aznap, és a holdutcai piacon volt a vége, és kb. 3 órát töltöttem ott, és sikerült rossz helyre parkolnom, kijöttem, és kaptam egy kerékbilincset, aminek egy ilyen hosszú fárasztó nap után annyira nem örültem. Hát annak szerintem soha nem örülsz, de ilyenkor tényleg már mennél haza, ülnél be a kocsiba, és ott van az a rohadt cetli az ablakon, mert ugye ezt nagyon ügyesen ott ráragasztják, hogy ne indulj el. Igen, és aztán igen, elkerülhetetlen volt, hogy észrevegyem, és ráadásul én már galád anyamódon beraktam az óvodába a gyerekemet aznap, úgyhogy rohannom kellett volna a gyerekét is, és ettől tényleg nagyon feszült voltam, nagyon mérges, és bűnbe belerúgtam egy kőbe, elindultam a bankautomata felé, hogy szerezzek pénzt, és még el is bőgtem magam, tehát hogy egy ilyen teljes beteszállt. Igen, igen, ezt így felvonultattam, és hogy belerúgtam a kőbe, gondoltam, hogy tök jó, most még el is fogok vele valakit találni, és ahogy felnéztem, láttam, hogy 3-4 lány éppen szakad le egy Antoni kinézetű emberről, és még így végig is futott az agyamon, hogy hát ez milyen vicces lenne, ha találkoznánk, és ahogy mellé értem, de alacsony volt, és emiatt tényleg csak így átfutott az agyamon, hogy milyen jó lenne, ha ő lenne, de nem gondoltam, hogy tényleg ő. De és hogy arra gondolsz, várj, bocsánat, ez az alacsony volt, hogy a tévében magasabb, vagy hogy ez hogy... A színpadon. Nem tudom, valahogy az ember a sztárokról azt képzeli, hogy olyan jó magas emberek. Hát attól még a Blood Sugar Sex Magic kiváló album, hogy Anthony Kiedis alacsony. Igen, hogy... Jó, jó, bocs, tudom, az alacsony sátokkal sincs semmi baj, de hogy én úgy elsőre azt gondoltam volna, hogy magasabb, de hogy mellé értem, konstatáltam, hogy nem, ez tényleg ő. És mivel tényleg egy ilyen fárasztó, meg minden mindegy nap volt már, oda mondtam neki, hogy na, akkor mi lenne, hogyha lefotózkodnánk, és mondta, hogy no, fotóz. És én erre azt mondtam, hogy hát pedig jól járna a fotóval, mert én egy ismert blogger vagyok, és biztos neki is nagyon jót tettem. Hát figyelj, a Lila Fügér ezt megnézik, és mindenki azonnal. Igen, mindenki azonnal megy a koncertre. És azon elnevette magát, és megállt. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és kérdezte, hogy de ha én ismert blogger vagyok, akkor miért vagyok ilyen szomorú? És elmondtam neki ezt a kerékbilincses történetet, kérdezte, hogy megyek-e a koncertjére, mondtam, hogy megyek, tehát volt egy ilyen kis small talk, és mondtam neki, hogy ha már nem lehet őt lefotozni, akkor legalább öleljen már át, hogy ne érezze magam ilyen rosszul, és ezt megtette. Uh-huh. És nagyon cuki volt, és... És mondta neki, hogy hosszabban... Hosszabban is belemarkoltál a fenekésre. Hát nem kellett mondani, szóval átölelt, és akkor kérdezte, hogy milyen blogot írok, elmondtam, hogy kajás blogot, és akkor ezt is mondta nevet, hogy ha-ha-ha, akkor egyszer főzök neki egy vacsorát, és megmondta, hogy ha-ha-ha, hogyha eljátszik nekem egy számot, akkor főzök neki vacsorát, és ennyibe maradt. Szerintem te szám nélkül is főznél neki egyet, nem? Nem olyan biztos. Nem osztogatjuk csak úgy magunkat. Mi nem. De akkor ezek szerint te rajongó vagy, zenekari rajongó. Igen, én képzeld el, hogy én voltam a 20 évvel ezelőtti koncerten is. Még nagyon kislány voltam, de igen, voltam. Ezt vártam, hogy nem tett ki magad, nem nekünk kell ezt megtenni. Többször álmodtál róla, hogy félmeztelő, mint az Under the Bridge-nek a videoklipje fut feléd. Hát akkor még azért voltam nyilván. Figyelj, még mindig jó pasi? Most őszintén. Igen, a korához képest nagyon jó pasi. Szépen dicsérsz te is korához képest. Ma a mai koncertre... Tehát tényleg... Hát ugye azért azt a tempót, amit ők nyomnak, szerintem igen, nehéz egyébként igen bírni. Ugye legendások, ők azért a koncerten is oda-oda csapkodnak. Bizony. Ezekben a bulikban. A maira vagy a holnapira mész? A holnapira megyek. Uh-huh. Jól van. Dóra, köszönjük szépen az élménybeszámolót. A kerékbilincset levették, vagy még mindig ott van az autó? Hát azt így dédelgetem. Olyan szép emlék, hogy megtartottam. Nem, Antoni puszta kézzel tépte le róla. Iva, vagy szájjal. Fogával, jól van, köszönjük szépen. Fügéből mit lehet most csinálni? Szezonja van. Hát fügéből most mindent lehet csinálni. Én, hát a legegyszerűbb a lekvár, vagy hogyha rádobálod egy ilyen leveles tésztás valamire, is csinálsz belőle egy gyors tészt. Tessék, leveles tészta, füge, méz egy kicsi. Méz, talán egy kis kecskesajt. Jaj, hát ne extrázzunk. Jó, ne extrázzunk, akkor csak egy kis méz. És figyelj, az éretlen fügéből lehet savanyúságot készíteni? Lehet, meg likört is lehet belőle készíteni. Na látod, ez az a része már mindjárt izgalmasabb. Jó van, le kell tegyük, nem beszélgethetünk receptről, mert megjön a Balázs és le fog bennünket cseszni, hogy csak az Árgyalán Kriszta csinálhatja a hétvégén, mi nem beszélhetünk receptről. Jó, puszi. Van, akkor Antoni Kidis. Köszönjük, szevasz, szia Dóra. Puszi, hello. Ez mekkora dolog, nem? Hogy mész, és ott van egy világsztár. Laza.
És vagy, nem hiszed el. Igen, nem hiszed el, mondjuk jó, nem önkéntesen ment oda, vagy oda a Dórához, tehát azért nem, ugye megkérték, egy kicsit volt egy ilyen nyomás Anthony felé, hogy ölej át, de azért ez milyen jó dolog, hogy, hogy egyébként rossz napod van, rossz paszba vagy, ott a kerékbilincs, és akkor jön egy ilyen csávó, és megölel. Szerintem ez jó, nagyon jó, nagyon jó. Én nem tudom, hogy kinek... Talán Santánának örültem egyszer így, de mondjuk azt tudtam, hogy ő ott van, mert a koncertjére mentem, ugye, tehát azért az úgy elvárható, hogy ott legyen Santana ezen a helyen, és akkor ott a színpad mellett bókláztunk, mert beengedtek bennünket hátra, és a csávú ilyen tök normális módon ott elment mellettünk, és köszönt, hogy hello, szevasztok, és az is olyan, olyan fura érzés, de olyan jó leső volt. Én egyszer találkoztam Antal Imrével. És? Megölelted? Imádtam. Imádtam. Valami cukrászdába forgattak valami, hát nyilván valami MTV-s műsort annak idején, és ő volt az első úgymond sztár, akivel összefuthattam így élőben, és láttuk, hogy forgatás van, és hát élőben mentek a konfok, és akkor oda mentünk. Összecsörögtünk a srácokkal, de és elmentünk, és beankoltunk le a tévébe. Elképesztően jó fej. Antal Imre egyrészt zseniális volt szerintem, tehát, hogy nagyon-nagyon szorakasztató, nagyon kedves ember, nagyon aranyos, nagyon közvetlen, tényleg csak szuperlatívuszokkal tudok róla beszélni. Találkoztam Viki Dál Gyullával, és az is jó volt, az is ezt nekünk közvetlen utána volt, megkínált a viszkijével, amit elvárt, hogy ment legyen az öltözőjét. Figyelj, nagyon jó volt. Ez is 1000 éve volt. Anna, te? Hát én találkoztam veletek. Igen? Jó, köszönöm. És milyen volt? Reggel, nagyon izgalmas, tényleg. De egyszer színházban mellettem volt egy üres hely, és szerények szimpatikusak voltunk. Nem, most ez nem érdekes, mert az, majd azt később. Nagyon-nagyon-nagyon. De hogy egy csalódás volt? Ahhoz képest alacsonyabb voltam, mint gondoltál? Sokkal feszesebb vagy és izmosabb, mint fotókon. És hát a Balázs, hát na hát szóval. Jó, hát na és hát a Feri, a magyar George Clooney igazából. Nos, irigyeljetek. Színházban, igen. De az Abaházi Csabi nagyon lepattant ahhoz képest, nem amire emlékeztél. És az ugye? Ákos, most nézek oda, és a Zsül, na hát és a Laci, hát szóval irigyeljetek. A színházba ültem visszatérve, és volt mellettem egy üres hely, késett az előadás. És bemondták, hogy várunk valakire, tehát hogy elnézését kérjük mindenkinek, de hogy meg kell várjuk, mert egy prominens személyiség fog megérkezni. A Viktor mellett ültél. És képzeld el, tudod ki jött mellé? Orbán. És mellettem volt egy üres hely. És mondom, hogy... Bakrani szúrta. Ja, tényleg ő akart tárgyalt. Nem gondoltam, hogy mellém fog ülni. És megérkezett, és leült mellém, és így leesett az állam, és így néztem, hogy Jézus, a Magyarországon forgatott Michael York. És ő ült mellettem. Kicsoda? Michael York. Tényleg? Nem mondd, hogy nem tudod, hogy ki a Michael York. Hogy? Hát ő nagyon nagy színész, most már idős. De paraszt. Ő volt a D'Artagnan. Az anyja úristen. Hát meg nagyon-nagyon sok más filmben. Nyugodtan nézzétek meg. De hát én nagyon-nagyon szeretem. Nagyon szeretem őt, igen. És megfogtad a kezét, vagy kicsit így hozzáért? Nem, mert éppen abban a pillanatban ült le mellé Tahitót László, és az eltelt. Michael Yorkról. De mi, izgultál, vagy jó izgult, volt? Nagyon vagy, jó vagy... volt, igen, és a büfében még pár szót váltottunk. Te így tudtál azért... magadon uralkodni, vagy pedig automatikusan szétnyíltak a combjaid? Jaj, nem, hát azért nézd, nem az, te anyám, én már egy idősebb úriember, nem nyíltak szét a combjaim, de néztem, őt néztem egy darabig, és nem az előadás, bevallom, így mindig így sandítottam, így fordítottam egy hogy kicsit utálhat jobbra a fejemet. Szerencsét. De aranyos volt, így rám nézett, mosolygott, és hát olyan finom illata volt, hogy egész egyszer lenyűgözött. Finom illata igen, volt. A smink keveredett a parfümmel. Olyan finom smink parfüm. Sminkbe ment színházba. Hát le volt mosva, de hát biztos leszette magáról az alapozót meg minden, de hát forgatott, és van egy ilyen nagyon jellegzetes színházi illat, aki volt már hátul a kulisszák mögött. Mojito. Mondom, az, igen. Hát a parunkádból, a ruhákból ki kell nézni. Mojito, érte, levendula, persze. Nem, valamilyen nagyon finom illat volt. És annyira cuki volt, és úgy mosolygott rám, és beszélgettünk egy pár szót szünetbe, évett egy szendvicset, és annyira emlékszem. Egy cappuccinót, cappuccino. Nem, én fizettem. Meghívták egyébként. Na jó, ez már balada jó már. Nem, az Andrási randaloktunk hazáig. Igen. Haza kísért engem a 13. kerületbe. Megkérdezte, what's your name? Aha. Így? És én is megkezdtem, hogy and you? Igen. Ha, ha, ha.
Az mekkora lett volna? Persze, nyilván. És a büfibe így kérdezik. Gizike, csak a szokásos, igen, és lesz még egy Mahiato is, Michaelnek meg egy isle. Igen, és az enyémet ma is rummal kérem. Igen. Igen. Kikanalazta a cukrot a kávéjából, az olyan nem fura volt. Nem kavarta föl? Nem kavarta föl, megitta a feketét, de megette a cukrot így külön, és recsegett a foga alatt, és így közben így, hát nem tudom, szóval én megmondom őszintén, hogy sok nem maradt meg az előadásból, de a Michael York az igen, és én nagyon szeretem a kavarét. Aha, de nem maradtatok sokáig, mert valaki pukizott, és Michael lett tagad. Na tessék, pukizott, büdös volt, mojírtószka volt, átkalmajában. Egy picit szerelmes lettél? Nem. Nem, azért nem. De megkívántam. De nem, fura volt, hogy nem, ja. Most. Ha azt mondta volna, hogy Anna, itt ez lakom volt a Dunaparton, abban a nagy szobában, vagy mi az hotelben. Igen, nem, akkor sem. Nem az a kategória, érted? Nem, szóval nem a... Semmi sem tudja erre, hogy homályosítani ezt az élményt. Tehát nem volt nem. Másik nagy találkozás, mint olyan gesztesi karcsa, odaült melléd, és érezt a csapot sörnek, és kell káposzta főzelünk. Nem. Tudnék mesélni, de hát sok-sok ilyen élményem volt, de ilyen nagy kaliberrel, tehát egy híres amerikai sztárral nem. Én nem találkoztam. Nem várunk tőletek, kedves hallgatók, ennyire felkavaró, ennyire izgalmas sztorit, ekkora személyiséget, mint Michael York, de ha valaki találkozott közületek híres emberrel, aki kért egy cigit, vagy azt mondta, hogy hadd menjek előre a sorban, mert egyébként nem tudom, előadásom, játszom éppen egy darabban, igen. Akkor azt írjátok meg, ki az, hol volt, hogy viselkedett, mit csinált. Én is láttam egyszer vágatlan formában bódiszilőt mosakodni a patakba, és az is körülbelül ugyanezzel a hatása, olyan volt rám. Aha. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Na, és akkor, hogy kikivel találkozott már, ugye ezt vetettétek föl még 8 óra után, amikor is jött egy váratlan SMS ugye Anthony Kiedisről. Igen. És a Red Hot Chili Peppers énekeséről, hogy ő megjelenik, mint egyfajta hát ilyen védőangyal a városban, és hol CD-t kér, hol nőket vigasztal, akikre kerékbilincset tesznek, szóval hát. Ő a mi őrangyalunk most ezen a héten, a Red Hot koncert előtt, mert hogy itt vannak ugye hétfő óta a Four Seasonsben laknak, de kikidugják az órukat, és mindig történik velük valami. Tök jó arcok. Sírónőket vigasztalnak, zenét hallgatnak, koncertre járnak. De tök jó arcok, tényleg. Teljesen rendben. Nagyon jó névsor gyűlt itt össze, mert rengeteg a hatalmas világsztárról írjátok, hogy összefutottatok velük, de hát nehéz überelni az én Antal Imrémet, illetve Anna Michael Yorkját. Anna Michael York, köszönjük, ez igen. Igen. Azt mondja, hogy na nézzük az SMS-eket akkor, illetve itt van egy hallgatónk, aki szeretné elmesélni, hogy találkozott Charlie Sterronnal. Hello, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok. Hello, szia. Gyuri, hello. Egy kocsmában ráadásul? Így van, a Dohány utcában egy kocsmában, ahol lehet hátul játszani, elő lenni. Lementünk, és igazából ebben a történetben az a fura, hogy az utolsó utáni másodpercig én ezt nem realizáltam, hogy ő a Charlie Sterron, de egy olyan 15-20 percig nagyon kedvesen elbeszélgettünk egymással, és tényleg szuper jó fej, nagyon aranyos, nagyon kedves volt. Megdicsértem az angol akcentusát, mondta neki, hogy milyen jól lehet érteni, mondta, hogy az képes a magyar vagyok, igen, én is nagyon jól beszélek angolul, és ott elcsicsetettünk ilyen teljesen random témákról, megkérdezte, hogy milyen sört igyom, mondtam, hogy tök mindegy, mert Magyarországon nem a sör a lényeg, mondtam, hogy igyom bort, mondta, hogy bort nem akar inni, mondta, hogy akkor vettünk ilyen pálinkát, és akkor mondtam, hogy megkóstolja, vagy oda meghív, nagyon szívesen beleszagolt, mondta, hogy ez neki nem kell. Azt nem csodálom. Igen. Azt nem csodálom. A pálinkára csak mi magyarok gondoljuk, hogy az egy jó ital. És mindig méltatlanul azt mondjuk, hogy miért nem világhírű, ha mert nem jó. Nyilván, tehát nekünk finom, meg ezen szocializálódtunk, de minden más ország számára szinte ihatatlan. Tehát, hogy abszolút értem, hogy abból nem akart inni. Nagyon kedves volt, igazából az volt az érdekes, hogy nagyjából a 20 perc fél idejében azt gondoltam, hogy most már elég jobban vagyunk ahhoz, hogy tulajdonképpen akár be is mutatkozhatnánk egymásnak. És egy másik hölgye volt, és mondta, hogy my name is Michelle, mondta, hogy my name is George, és oda mentem hozzá, mondta, hogy my name is George, és mondta, hogy my name is Charlie's. És akkor én erre azt mondtam, hogy Charlie's like Charlie Sterron, ha-ha-ha. Mert hogy Charlie's-ról semmi más nem ugrik be nekem, csak Charlie Sterron, és erre nem válaszol, csak röhögött. Hát ilyen, így 20 kemény. Percet ott vagy mellette. És nem esett elég így? És mikor jöttél rá? De hát ez nem, utána ők elmentek hátra, mert ott volt a gyerekeivel, meg még ott voltak egy páran, és mi ott nem is csináltunk, mert ott maradtunk szépen elő, lettünk a többiekkel, a haverjaimmal, és egy olyan fél óra múlva gondoltuk, hogy hátra megyünk csocsózni, és akkor már kezdett egyébként gyanús lenni, és gondoltam, hátra megyek, mielőtt hátra megyünk, és megkérdezem, hogy zavarjuk-e őket, és oda mentem, és akkor elém állt egy ilyen meglehetős úriember, és kérdezte, hogy how can I help you, és mondtam, hogy hát semmi, csak így ide szeretnénk jönni csocsózni, ha nem zavarunk, és mondta, hogy nem zavartok. És akkor végül is visszamentem a többiekhez, és mondtam, hogy inkább nem menjünk oda, itt tartsuk tiszteletben a privát szélaját, hát ha tényleg mégis ő az.
És akkor eltett még egy fél óra, és akkor szépen kisétáltak, kifelé integettek, köszöntek, és akkor utána mentem oda a bárból, és azon, de figyelj, ez nem a Charlize Theron volt? De, annyira hasonlít rá, igen. Igen, valamikor itt forgatott talán egy éve. Igen, itt volt, hosszú ideig. Fél éve, igen. Úgyhogy nagyon, de egyébként tényleg nagyon szuperkedves volt, és valószínűleg egyébként így utólag tökre örült annak, hogy így tiszteletbe tartottuk a privát szélelet, tehát nincs selfie, nincs semmi, egyszerűen csak így aranyos volt, kedves, tényleg. Mindegy, tehát így utólag, nyilván mikor kiderült, akkor más volt, de amikor még nem tudtam, akkor azt mondtam volna, hogy ez egy kedves amerikai hölgy. De egyébként helyes csaj, már úgy értem, hogy egy szép nő egyébként helyes. Hát, jó fej is, ez meg aztán pláne. Nem akartam a négy betűs angol kifejezéssel illetni, ami M-mel kezdődik és F-fel végződik, de igen. Igen, jóféle. Na jó, köszi, hogy elmondtad, ciao. Szép napot, sziasztok. Hello. Egyszer Rokkóval futottam össze a metroáruházban az M3-osnál. És fölismerted ruhában? Micsoda megtiszteltetés. Én vásárolt az étteremben, de nem engedte a vele lévő hölgy, hogy képet csináljak vele, ide Szidi. Hát pedig a mesterrel kell. Hát azért a mester az, a mesterrel mindig fotózkodni. Azt mondja, hogy Ethan Hawke-kal találkoztam New Yorkban, közvetlen volt, és emlékszem, szopogató tablettával kínáltam, mert nagyon reket volt a hangja. Ethan Hawke. Aztán együtt edzettem Sziklával fél évet egy konditeremben, Kőbányán, elég szokatlan igen, volt. Igen, és sokat bosztolt egyébként róla. Ő itt forgatott? Igen, sokat szemben a Herkules című filmet forgatta itt, és rengeteget bosztolt a Twitter oldalán, és őről mondják, hogy én ugye nem találkoztam vele, de tényleg mindenki azt mondta, hogy egy hihetetlenül közvetlen a csávon, nagyon jó humora van, nagyon jó arc. Igen. Egyszer Rákóczi Férivel találkoztam a színpadon tavaly Dunajvárosban, azt mondtam neki, a rádióban alacsonyabb vagy. Azt mondta, ugye? Valószínűleg én azóta 104, én aznap 147 egyszer mondhattam neki. Gábor. Zamáriban napozott a Balázs és barátai mellett, először nem hittem el, de amikor a párom mondta, hogy itt a Bali, akkor kicsit nem túl feltűnően hátrafordultam, és tényleg. Voltunk idén. Idén nyáron ott voltunk. Igen, Bianca küldte nekünk. Na van egy másik hallgatónk, aki összefutott, kivel is mindjárt megkérdezzük. Leonardo DiCaprio-val. Hoppá. Hello, Betty, jó reggel. Hello, sziasztok. Ciao. Szia. Hol történt a dolog? Hát ez kérlek a Karib-tengeren, Sandbacknál, ugyanis egy luxus jachton dolgoztam, mint Head of Housekeeping. És kapitány... Aha, ki? Igen, hát stewardess, csengőnével takarítónő, és... igen, mert mindenki ezen el szokott álljulni, hogy stewardess, és nem, tehát... Hányfős jacht volt ez a 12 fő plusz 6 fő személyzet, vagy egy nagyobb annál, mekkora volt? Nem, majdnem beletapált, tehát 12 fő személyzet... tudott, vagy nem, bocsánat, 12 fős vendégsereg, és 16 fő szolgálta ki őket. De ebben benne volt mindenki, tehát kapitány, szakács. 12-16. Az nagyon menő. Aha, és Leo hát... jött haveri, a haverjaival? Nem az én hajómon volt, nekem a kapitány megengedte, hogy kimenjünk egy kicsit, ebben egy szilveszter volt, és ilyenkor megengedték, hát Horgonyon szoktunk lenni, és hát ilyenkor már az ember nagyon vágyakozik a száraz után, úgyhogy megengedte, hogy kimenjünk, és volt egy 2-3 óra szünetünk, és kint sétálgattunk egyenruhában, amikor megláttuk, hogy hú, ezt a csávot valahonnan ismerjük. Az ember azt képzelni, hogy ilyen biztonsági őrök körgyűrűiben elkalabba, napszemüvegbe elsározva, rejtőzve sétálna, de nem. Tök egyedül, gyerekek, mindenféle rejtőzködés nélkül, ott sétafikált kint a dokban. Mondhatni, lepetéztünk, amikor megláttuk, hogy ez most tényleg ő. És hát ugye mentek oda hozzá az emberek, kezet rázott mindenkivel, autogramatokat osztogatott, ölelgetett. Normális volt. Aha. Nagyon nagy arc volt, nagyon-nagyon jó fej volt. Hát sajnos mi nem mehetünk oda, mivel egyenruhában voltunk, és ennek a szakmának a renoméját nem ronthattuk azzal, hogy sikongva a nyakába borulunk, és autogramot kéregettünk, de nagyon-nagyon-nagyon jó arc volt, és tényleg nagyon jó fej volt. De egy másik sztori, amit nem mondtam az Annának, ami ezt übereli. Amikor legnagyobb... Mészáros Lőrinc befutott az Artemivel. Nem, jobbat mondok. Tehát a 46-nál az azimutjával. Nem, Máltáról. Gyerekek, találkoztam Soltész Rezsővel. Ne csinálj! És szólt hangosan az ének? Mi volt? Figyelj, gyerekek, tehát számomra... Megcsillant a Q2? Figyelj, tehát ott bevillogott minden, azt kell, hogy mondjam. Dolgoztam itthon Magyarországon olyan területen, ahol elég sok híres emberrel találkoztam, és gondolom ti is tudjátok, hogy nagyon sok embernek van úgymond egy
egy beállított személyisége a külvilág felé, és ugye van egy másik, ami a magánéletben, ez lehet rosszabb, jobb is, nem akarok neveket mondani. Rezsőnek csak beállított haja van. Az viszont nagyon. Nem volt már göndör, tehát ez pár évvel ezelőtt történt, és nem volt már göndör, de annyira gentleman volt, és olyan úriember, tényleg, ahogy ő annak idején a médiában megjelent, hihetetlen, én ott konkrétan, én teljesen legyökereztem, én hát veletek egy idősre jött. De mi mondott valamit, hogy kiskezi csókolom, hölgyeim, igen. Hogy igen, szolgált kegyed egészsége? Egyébként szintén rátapintottál. Igen, erről ezt tudom elképzelni, igen, Modor Márton. Oda jött, kiscsók hölgyeim, kiscsók hölgyeim. Nagyon jó, igen, úgyhogy óriási volt, óriási élmény volt vele találkozni. Szóval, hogy DiCaprio a kanyarba sincs volt, és ezért ennyi. Köszi, hogy elmondtad. Puszi, Beti. Nektek is. Hello. Azért, amikor ott áll mellett a csort és szereső. Azért. És azt mondja neked, hogy igen, hogy itt vagy velem, és szoríts meg a kezel. Szoríts meg, és figyelj, jó. Jó, azért, igen, csak nem énekel mindig, nem? Jó, mit van még egy hallgatók István. Hello, István, jó reggelt. Hello, sziasztok. Ciao, hello. Na, te találkoztál kivel? A gyerekek játszottak valakinek a gyerekeivel. Gyabronka Józseffel. A zsebkén. Na, mi történt? Hát mi Svájcban voltunk a sogoroméknál, és ott Zürich mellett van egy ilyen kis tökfarm, és ott hát ez, egy ilyen élelmes svájci paraszt kitalálta, hogy sokkal jobban megél abból, hogyha a városiak jönnek és megnézik, hogy milyen egy farm, mint hogyha valóban termelne, és akkor ezért kialakított ilyen mindenféle ilyen játszóteret gyerekeknek, szénakazlakból, meg ilyesmiből, és ott hát együtt játszottak a gyerekek az Adélnek a gyermekével. Wow, egy nagy testőrök kísérték, és... Az volt az érdekes, hogy nem voltak nagyok a testőrök, hanem... A fegyverük volt nagy, nem ők. Először nem is látszott rajtuk, de aztán utána azért, amikor már mondták, hogy ők kicsodák, akkor ugye el tudtam róluk képzelni, de először olyan furcsán figyeltem azt, hogy hát miért nézegetnek minket, miért méreget minket ott két pasi. És akkor szerencsére a sógoromnak a legidősebb lánya, ő nagy Adél rajongó, mert mi nekünk fogalmunk se volt egyébként, hogy Adél ott van, meg hogy ő hogy néz ki, meg hogy kicsoda ő. Mert én inkább ezt az AC/DC Metallica vonalat követem. Ugye az ember nem ismeri meg Adélt, igen. Hát ő egy ilyen halálosan hétköznapi nő egyébként szerintem, ha így ránézel. Hát, szóval, hogy így... Ja, mondjuk Angus Young mellett is elmennél az utcán. Tehát simán. Igen. Bácsi a közérből. Egyébként teljesen normális volt, a nagyszüleivel volt ott és a gyermekével, meg hát ezek a testőrök kísérték, és ugye Svájcban nagyon szeretik azt, azért szeretik a sztárok Svájcot, mert azért az emberek nagyon udvariassak, és a világért sem mennének oda zaklatni őket, hogy fényképet csináljanak, meg egy közös fotóra, úgyhogy nagyon szabadon tudnak ott mozogni, ezért szeretnek ott lenni. Nem, békén hagyják őket, igen. persze. Csak aztán megjelent azért a férje, Istenes Bence, és vállalat, hogy már vált a szituáció. Igen. Na, köszi, hogy elmondtad, ciao. Szia, köszi. Ili írja, én nem találkoztam senkivel. Ili, te legalább olyan fontos vagy nekünk, mint aki találkozott. Így van. Mindenki fontos nekünk. Én nálam Kossz János itt a dugiban a pálinkát a benzinkúton. Egyszer az irodában jó fej volt. Igen, nálad itt. Jó fej volt. Azt mondja, hogy Staller Ilona anyukával egyházban laktunk a József Attilán. Egyszer találkoztam vele, amikor pattanásos rocker fiú voltam. Hetekig el voltam a sztoriban. Hát, meg vagy. Ez biztos. Vanna? Azt mondja, hogy... Egy 10 éve történt Egyiptom egyik felkapott üdülővárosában, mi pont a csoportunkkal nyaralt Pálfi István tévés, mindenki megismerte, több száz magyar turistából a szállodában, de senki nem mert vele ismerkedni, én viszont lebratisztam vele az első este a bárban. Másnap is találkoztunk, többször váltottunk pár szót, és megbeszéltük, hogy este találkozunk a bárban ismét. Én leívtam az akkori párom, hogy jöjjön a Pistával ismerkedni, vacsor után össze is futottunk velük a bárban, ahol én bemutattam őket egymásnak. István megkérdezte kíváncsian, hogy a párom mivel foglalkozik, amiről válaszolt, majd csípőből visszakérdezte, és te mivel foglalkozol.
Én meg ott égtem, hogy ez milyen kérdés az akkori legismertebb tévéshez. És ami még sem történt volna, közölte, hogy ő egyébként a médiában dolgozik. Aztán évfélig ittunk. Igen. Ez tök jó. És aztán másnap is találkoztunk vele a bárban, aztán azután is kérlek megkommentáljuk az eseményeket még a bárban. Igen, hajnalban leugrottunk, innen van, hogy ő még mindig ott ívott. Mindig ott volt a bárban. Aztán elugrott a parlamentben. Michael Douglas-szal utaztam egy liftben New Yorkban, viszont a pláne az egészben az, hogy nem ismertem fel, csak utólag, amikor már itthon voltam, és láttam egy újságban. 20 évvel ezelőtt Sylvester Stallone-val utaztam egy liftben pár emeletet egy szállodában, természetesen utána egy közös fotót is kértem tőle, ezt Éva küldte nekünk. Hozzám egyszer a pornos Kovi jött oda, hogy hagyd telefonáljam már egyet az én telefonomon, mert az övé leverült, és nem találod a, nem találod a forgatásra. Nagyon jó, mert nem éri el mi a Diamondot. Nem engedte, hogy vele menjek, hát ez nem szép dolog. Ez nem szép dolog. UB40 koncerten akartunk belugni Budapesten, a művész bejárónál feltűnt Verebes István, mondta, hogy nincs jegyetek, és kiosztott mindenkinek egy jegyet. De na, de jó. Nem is tudtam, hogy jegyűz érkedik is. Rajtam maradt egy pár tessék. Nem, Páfi nem jött el, mert még egy bárban ma. Igen. Hobóval szaladtam bele 19 évesen a Merlin Színház mellett, beleütköztem a mellkasába. Óriási pasi, majdnem elájultam, gyönyörű hangon kommentálta az esemény. Sajnos UFO sokkot kaptam, ezért se autogram, se ölelés, csak egy szakállas mosoly küldte nekünk Kata. Aztán micsoda? Ez nagyon jó. Egyszer egy benzingúton tankoltam, mentem volna fizetni, és az ajtóban dr. Csernus Imre levállalt. Észre se vett. Levállalt. Nagyon jó. Levállalt. Külföldieket kértek, vagy magyarok? Kértetek, vagy magyarokat? Nem kell volt semmi. Tehát kivel? Jeremy Irons-szal találkoztunk a Sziget Fesztiválon. Igen. Volt egyébként sokat ott Magyarországon. Forgatott itt egy sorozatot. Igen, tök jó fej volt. És közvetlen. Oh, Kecskeméten laktunk Magda Marinkóval egy lépcsőházba, komolyan nagyon kedves ember volt velünk, írja Tamás. Hát? Én nem tudom, hogy nekem ez egy ilyen pszichedelikus állam volt, vagy tényleg láttam Jeremy Irons-t egy japán étteremben egyszer Pierre Woodban elbeszélgetni, és a mai napig nem tudom, hogy én ezt behalóztam, vagy ők ketten beszélgetni. És én ezt nem tudom azóta se eldönteni, és van egyre több ilyen élményem, amiről nem tudom, hogy a valóság keveredik a fejemben az álvalósággal, vagy az álvalóság a valóság, és tulajdonképpen nem kell választ keresnem a kérdésekre. Ez nekem fix képem, hogy Jeremy Irons egy budapesti étteremben a Lánchídnál, egy japán étteremben beszélgetett Pierre Woodmannál, és én ezt mindenkinek mesélem, hogy higgyék el, hogy ez megtörtént. Tehát én ezt tudom, hogy megtörtént, ott voltam, láttam őket. Igen, és megkopottuk a válladat Angel Dark és tüzet. Tényleg, így tudom, hogy ez megtörtént, és tudom, hogy a Pierre is nagyon sokat van Magyarországon. Igen. És ő is ugye sokat volt, és őt látták nagyon sok budapesti szórakozó helyen, meg étterem. És én tudom, vagy ez csak egy ilyen projekció, hogy ezt így kivetítem? Hogy a két kedvenc színészem. Igen, valamit szeretnél ez egy nagyon durva projekció. Igen, valójában. A ruhába úgyse ismernéd meg őket. Hát, Jeremy Irons még csak Pierre Woodman kevésbé. És van olyan, hogy ez egy közös filmben lehetne gondolkozni? Velük? Nem. Mind a kettő egy színész óriás, de máshogy. Tehát, hogy mind a ketten a saját műfajukban. Itt alkotnak kiemelkedőt. Érdekes egyébként, hogy szerintem ilyen jellegű mozit nem nagyon vállalnak el. Ugye a Mark Wahlbergnél volt hasonló mozi, amit elvállalt, és a Susan Sarandon mondta most, de most tényleg, tehát hogy ez azt mondja, hogy ez egy, még egy idei hír is talán, hogy ő például elvállalna felnőtt filmet. De mostani Susan Sarandon. Hogy ezt mondja, hogy neki ez kihívás lenne, és hogy ilyet még soha nem csinált, úgyhogy ezt például bevállalná. De szerintem nagyon kevés olyan világsztár van, igazi színész, hogy elnézést a felnőtt filmeseket, ezzel megsértem, de hogy az igazi színészek közül nagyon kevesen vállalnak el ilyet. Susan Sarandon azt mondta, hogy ő igen. Ő levet között, igen. Nem, csak csinálna. Ja, csak csinálna. Rá is keresek, igen. hogy néz most ki. 2010. Én veled nyaraltam szállodában, Balázs egyszer külföldön, nem fettem fel a kilétemet, ennek ellenére azóta is nehezelek rád, mert utána a korábban nem ismertél meg. Elnézést kérek ezért. Nem jó az arcmemóriám igazából. Tényleg. De ha oda jössz, akkor, és elmondod, hogy hol nyaraltunk együtt, akkor lehet, hogy megismernek. Pár éve egyiptomi nyaraláson, a gépen Tibi bácsival nagy tumultus a leszállásnál, egyszer csak megszólal. Na, Tibi bácsi mindjárt elinti. Nem már! Úristen, és ráadásul ő magáról mondta, hogy Tibi bácsi mindjárt elindézi. Ő beleragadt kicsit ebbe a szereplőre. Tibi bácsi. Intézem már, Tibi bácsi, hogy jön a buszban, nem tudunk leszállni a szereplőre. Jó, oké, Tibi bácsi mindjárt elindézi. Hölgyeim és uraim! Hangerőt feltekerni! Ez történt a Morning Show-ban. Ma
Ha már egyébként december egy hallgatón küldte, figyeljetek, én kész vagyok. Szóval én értem a kereskedelem működését, azt gondolom, és el tudom fogadni, hogy ez valójában nyilván a profitról szól, és mindenki ebből él, de azért azt kikérem magamnak, hogy M5-ös bevezető, bútoráruház, szeptember 2-án, áll a karácsonyfa, összehajtható műkarácsonyfa, kartondobozokban, szeptember 2-án már látható, szeptember 1-én lefotózva, áll a karácsonyfa. Adjátok vissza az ünnepünket! ne csináljátok! Semmit a véletlenre. 30 fok van, figyelj, elképesztő, hallgató küldte, ugye az M5 bevezetőjénél, piros nagy bútoráruház, lefotózta. Nem lehet, hogy ez tavalyi kiárusítás? Tehát, hogy a tavalyi itt maradt 10-ét most megcsúsztak. Akkor se öljék meg a hangulatot. Ne vegyék el tőlem az indián nyarat, ne vegyék el az augusztust, a nyári élményeimet, a Balaton illatot. Még nem most vásároljon műfenyőt. Miért kell nekem azon szoronganom egy pillanatra, hogy kinek mit veszek karácsonyra, de tényleg. Föl van díszítve is? Földíszítve még nincs, de ott állnak már karton dobozokban, talppal berakva rendesen műfa kapható, miközben ott csészék vannak. Hát megismered, hogy melyik áruházban készült, bögrék, tucsfürdők, nem tudom. Ott áll a karácsonyfa. Na, figyelj, én biztos vagyok benne, hogy már a jövő évi húsvéti nyuszikat is bedobozolták, csoki nyuszikat. Higgyetek el. De tényleg komolyan mondom, hát azért ez kiábrándító. És biztos persze többet vesznek, mert valaki azt mondja, hú, de szép, én megveszem, előre gondolkodom, tehát nyilván több fogy, mint ha december elején teszed ki, én ezt tudom. Pontosan így működik a kereskedelem. Nem sokára jönnek a szaloncukrok, a girlandok és a hógömbök, de azért szeptemberben. De aki akar ezért ilyet venni magának, az decemberben is meg fogja venni, érted? Tehát, hogy azt, nincs benne az, hogy szeptemberben kiteszed, akkor többet vesznek. Valószínűleg mert aki, ez van benne. De hát aki kitalálta már magának, hogy műfenyő lesz idén, az december elején elmegy és megveszi. Nem, Feri, úgy történt, hogy összeült a board, ki kell találnunk valamit. Tavaly lemaradtunk egy kicsit a konkurenciában. Miért? Mert megint későn kapcsoltunk. Most mit fogunk csinálni? Zseniális ötletem van. Durancsukra most akarás. És ugye nyilván egymással versenyeznek, tehát biztos, hogy le kell győzni a másikat. Kiraktuk egyébként Instára a képet, úgyhogy találjátok meg bennünket Instagramon is, Class FM Morning Show, és hát ott van, ott van. Ezt egy hallgató küld. Azért azt gondolod, hogy ennyire azért talán nem fontos. Nem? Most idén, valljuk be őszintén, de viszonylag pici szanszunk van arra, hogy közösen karácsonyozzunk. Közösen volt? Nem, de hogy most már eddig nem akartunk, most ha akarnánk, se tudnánk. És hogy mi lenne, ha jövőt csinálnánk egy karácsonyi adást? Tényleg, karácsonyi zenékkel felállítunk egy kis fenyőfát, feldíszítjük magam. De nincs itt az ideje, annak megvan az ideje, az december, hideg van, esik a hó, jó esetben, ha nem, akkor is legalább. Nem lehet ez. Jó, de Feri, idén csak az NMH-tól kapunk egy nagy sistergés karácsony. Az hát, szép ajándék lesz. Nem, a sistergés masszív novemberben sistergés. Már megkapunk. Ez előajándék. Na, ezért mondom, éjfélkor. Hogy csokolom, így van. Ez lesz. De akkor ajcsi? Csináljunk egy ajcsis. Ajcsis? Karácsonyi evős? Igen. Beigli sütős? Egy van. Szalon cukros ajándékozós? Ki süti a beiglit, te? Bőven vannak cukrász ismerőseink, meg fogják csinálni. Megcsinálják nekünk. Megcsinálják. Jó, karácsonyi zenével. Engem most meggyőztél. Télapós, krampuszos. Legyen a krampusz a Mészáros Dóri példa. Jó. Vállalja. Mészáros Lőrinc. Igen. Legyen a Mikulás Mészáros Lőrinc, legyen a krampusz, Mészáros Lőrinc lenne. Az is igaz. Az is igaz. Na, szóval, hogy tényleg őszintén, drága hallgatók, valljátok be most nekünk. Így van. Ki az, aki már bármit vett karácsonyra? Nem fogjuk bántani, de legyen őszinte, könnyítsen a lelkiismeretet, írja meg nekünk, aki már valamit mert venni az idei karácsonyra. Nem bántunk senkit. Legyetek őszinték. Elhiszitek, hogy van? Simán lehet. Elhiszitek, hogy van, aki augusztus végén, szeptember elején bement egy ilyen árhoz, és azt mondta, hogy kellene valami új. És már gondolt karácsonyra, és megvette. De hát működik. Mondjuk a többek pszichózis a kereskedelemben. Nem fog sorba állni 23-án, ebben igazad van. Semmit a véletlen. De mondjuk ez még novemberben is ráér. Hát nem áll, hogy szeptember. Fruzsi írja. Megyek, veszek, nehogy lemaradjak róla. Jól teszed, most még lehet válogatni. Ma háromféle méret. És valóban ez is benne van. Megveszem most, hát ha elfogy. Biztos, hát, nem ha leszem. Elfogy. Mm-hmm. Tehát jobb egy biztos vásárló, ugye augusztus végén, mint esetleg egy kétségbe esett, aki már azt mondja, hogy nem veszek. Vagy azt gondolja, hogy lemarad róla. Vagy tényleg lemarad róla. Vagy elfelejti. Én azt mondom, hogy csináljuk meg ezt az adat. Csináljuk meg, jó, benne vagyok. Csináljuk meg. Mit akarunk pontosan? Összerakjuk. Velmet akarunk. Lesz Christmas. Ezt meg tudom ígérni, lesz. Szerintem lesz. Christmas lesz. Hát azt mondod, hogy lesz. Hát akkor én azt mondom, hogy lesz Christmas. Hétfőn húzás, hogy kikinek vesz ajándékot? Vagy nincs ajándék? Adás.
Dehogy nem. De legyen ajándékozás. Akkor legyen az, hogy 500 forint alatt, jó? Tehát nem spurkodom, csak nem akarok sokat gondolkodni rajta. Megvettem. Most kezdett el igazán tetszeni az ötletem. Most szerettél bele igazán az ötletbe, én úgy értem. Szerintem ez rendben van. Jó, 500 forint a tét, és... De és akkor karácsonyozunk egyet. Hogy mi a célja, azt valójában nem tudom. Hogy megutáltassuk mindenkivel? Nem, meg csinálunk, csinálunk egy olyan dolgot, ami egyébként minden évben. Elkapott a hangulat? Igen. Érzem a diós bejgri illatát. Már látom, ahogy őt szaladgálnak egyébként a célra tökéletesen alkalmatlan ruházatban. Emlékeztek, mindenki marha jól fel volt öltözve, csak itt van arra alkalmatlan, hogy hógolyozzanak benne. Erre gondolsz? Szészítik a fát. Engedd el a seggem. Igen. Lassúzzatok, de gyönyörű, hogy világítok. Andy saját stílöli George. És viszont emlékeztek a klipre, hogy ez történt. Eli szerette. Igen? Aha. Andy-t. Jó, akkor ezt még nem tudtam. De ne várjuk meg legalább az első hideget, vagy az első beborult eget. Ez így akarod? Szeptemberben? Tesó, gyere velem reggelenként az 50-esen, illetve 9-50-esen. 11 fok. Mindig be van borulva az ég. Az is igaz, hát ma 13 fokot mértem. Jó, benne vagyok, igazad van. Hát idén közös karácsony nem lesz. Rendeljünk műhavat is. Jó, én akkor hát akkor mindent befújjuk. Fátállít műhajat, és hógolyozunk egyet az udvarom. Jó? Na jó, nem akarok veled hógolyozni, tehát én nem akarok egy ilyen gyűrűkúra jelenetet, hogy egymás nyakába ugrálunk ott végén, mint Frodoék, érted, és akkor egy ilyen diszkréten meleg... Mindig te futatod ki ezt sztorikra. Nekem, amikor három férfi hógolyozik, azért nekem az nagyon áthallásos, tehát, hogy megrohanjuk Ferit, és havat teszünk a nyakában, aki fajkosan legurul a földre, felkocog, és gurul egyet, és utána hárman pillangót csinálunk, hogy lepkét. Azért ebben nem biztos, hogy benne vagyok, de egy közös hóemberépítésben, annál inkább. Az viszont csak olyan érdekel. Jó. Forralt bor legyen? Legyen. Az, nekem mindig az jut az eszembe, hogy urukhály orkok mondjuk törpöket mészárolnak. Neked meg mindig ez a hempergős hangsúlyozó. Mert azt nem tudtam megemészteni a jelenetet, és ott jöttem rá, hogy az összes hobbit meleg. Tehát ott kellett igazából realizálnom, hogy nem elkíséri Frodót, hogy bedobja a gyűrűt, nem elkíséri, hanem szerelmes Frodóba, érted? Szerelmes. És a végén igazam lett. De felugrottál? És én kiáltottam fel a mozikba. Megmondtam, hogy az összes hobbit meleg. Mert amikor ott végén egy baldahinos ágyban majdnem szeretkező ölelgetik egymások, tulajdonképpen leesik, hogy ez több, mint barátság. Ez több, mint barátság. Hát mondom, hogy nem azért kíséri. Elkísérnél te ennyi kalandon át valakit. Tehát azt mondja, menjél egyedül, dobd be azt a rovagyűrűt. Hát, és félték egy hollamra. Elkezdem a könyököddel Vikit, hogy tudtam. És mondta, hogy maradj be, tudtam. Meleg, maguk is látják, hogy meleg. Hát te láttam rajtuk, hát végig láttam rajtuk. Pimpurnyák! Nem vagyok, nem a homofób attitűdből, semmi bajom, nagyon sok meleg ismerés haver van, nem erre gondolok, csak ezt éreztem. Na de akkor visszatérve erre. Akarsz egy ilyet akkor tényleg? Hogy hempergünk van? Hempergnél velem egyet egy baldahinos ágyba? Ha van az egy-két ünne is, akkor nem mondom. Megyünk kitelepülni, intézhetek baldahinos ágyat egyébként. Szóval el tudom intézni. Van olyan szálloda, van baldahinos ágy. De azt mondtad, hogy nem szereted azt a debreceni szállodát. Debrecenben van egy szálloda, ahol baldahinos ágy. Csak át kell jönnöd, és már ez a vágyat teljesült. Ja, már úgy értve, hogy igen. Mert hogy vannak páncolok kiskörök, meg ilyen 20 szálloda. Jó, oké, akkor jövő héten egy karácsony. Jó. Kis húzás, kis karácsonyi dalok, kis műhó, műfa és beigli. Szerintem ez tökéletes lesz. Hát ez undorító. Miért? Mert 30 fok lesz jövő héten, itt fogunk állni rövid gatyában. Nincs több közös karácsonyunk, még egyszer akkor mondom. Akkor karácsonyozzunk egyet, igaza van egyébként. Igaza van. Majd novemberben. November már tényleg mindig folytatjuk, addig se húzza. Na, csak hogy nézzük az SMS-eket, hogy... Hogy elolvast őket? Egyrészt, hogy elolvassam őket. Ugye az volt a kérdés, hogy őszintén valljátok be nekünk, tényleg senkit nem fogunk bántani, hogy ki az, aki már merészelt magának, vagy a feleségének, vagy a közös családi kecóba venni valamit. Nem hiszem el egyébként. Ezt hallgassátok. Vettem arckrémeket karácsonyra. Nem áll. Zsuzsa írta nekünk. Zsuzsa, karácsonyfatalpat vettem a hétvégén a bolhapiacon 40 fokba, kihagyhatatlan volt, díjat küldte nekünk. Nálam már van pár ajándék becsomagolva. Ne, ez nagyon beteg. Meg van tervezve a fa színösszeállítása. A telefonomon pedig van egy app, ami visszaszámol karácsonyig. Nem áll. Ezt akarom, ezt az applikációt. Ezt én letöltöm magam. Hogy lássam, hogy mennyi van karácsony. Küld el, hogy mi az applikáció.
Közi. Már vettem apukámnak egy szép tollat karácsonyra. Figyelj, elindult az őrület. Elindult az őrület. Mi történik? Igaza van a kereskedőknek. Ugye hogy mi volt előbb, hogy ők kiállítják és generálják az őrületet, vagy van egy őrület, és ők azt mondják, hogy szolgáljuk ki jó, az őrületet. Az ajándék az oké, mert meglátsz valamit, mit én márciusban tudod, hogy jó lesz karácsonyra. Lehet, hogy akkor már nem lesz. Azt adom, azt vedd meg, de a fát, meg a talpat, meg a díszt, azt ne! Ott volt a bolhapiacon, kihagyhatatlan ajánlat. Frekvenciát vettem nektek karácsonyra, de ez meglepő. Nagyon szépen köszönjük. Aláírás titkos, pedig lenne ötlet. Bali neves ki, de pont tegnap vettem meg Karira az asztalterítőt. Ugye, hogy azért, ugye, és általában a nők, szóval nézd meg a nőknél. Tehát a fészekrakó ösztön, nem véletlen látsz, hogy kikába még az ikába, hogy terhes nőket kóvályogni. Semmi nincs, egy hormonális változásnak köszönhetően bemennek 8-kor és kijönnek sötétedéskor. Tehát semmi, fészekrakó ösztön elindul. Megnéztetek? Kikaik a nők 80%-a terhes? Ilyenkor. Mindent meg akar venni, mindent meg fog gyűjtögetni. Ez abszolút, ez hormonális kérdés. Faszin összeállítás, hogy megterveztem. Apukámnak is megvettem, anyának is az ajándékot. Ne. Azt írja valaki, most volt akciós. Jani, valahova fejlődnöd egyébként. Most volt akciós. Megvettem a páromnak a Kari ajándékot. Nagyon gáz, írja egy hallgató. Nem, senkit nem akarul, nem, nem most nem bántunk benne. Nincs ezzel gond. Június óta a szekrényben van a gyereknek a karácsonyi ajándék. Zoli küldte nekünk. És ha kinövi, vagy már akkor nem fogja érdekelni, vagy... Lehet, hogy zsírkétet kapott. Azt mondjuk igen. Mindig jó. Figyelj, ez nagyon durva. Ez nagyon durva. A TV2 olyan leporolta már a tavalyi sasazért isnek az adás kazettáját? Ne bánsz a TV2-ből, mert... ebből a szempontból többet költenek karácsonyra, meg szilveszterre, mint az RTL. Beúzzák ugyanazt az iccert. De most mi bajod a fűre lépni ihossal? Jó, ugyanez... Az RTL nem költ, egyébként a TV2 tényleg többet költ a karácsonyra. Sőt, nem a karácsony, nem biztos filmek, de a szilveszterre biztos. Mondhatom volna a reszkesetek betörőket, 2-3-at, meg a Denis és Komiszt is, mert hogy valószínűleg azzal lesz megfejelve, ha hármas pak. De az nem a TV2, az az RTL. Azért mondom, hogy a TV2, vagy az RTL az meg is tudnám mondani. Azt persze. Azt akarják. Tudod, milyen nézettsége volt most is? Tudod, milyen nézettsége volt? Megmutatom neked, nekem megvan a decemberi nézettség. Leültek az emberek megnézni a reszkesetek betörőket. De nincs karácsony Kevin nélkül, te is. Az a TV2 meg a szilveszterre költött. Kasza igen. Volt, meg egy csomó műsor, tehát egy saját gyártású műsort. Azt az RTL engedte. Hát legalább valami jó is volt benne. A kasza? Nem volt rossz. Januárban megvettem a karácsony ajándékot, akkor a legolcsóbb, így egy másik hallgató. Megvettem a beiglit, hát nem gondoltam már. Hát az lehet, hogy addig azt még megeszed. Csak úristen. Feljött hát... Fagyasztott beiglit karácsonyra, kérlek ne! Ez szóval, hogy ezért ez nagyon beteg. A fát is most megveszed. Ezt nekem mondjad, mondja a kereskedelemnek. Ja. Mikor jönnek az első beiglik? Azért azok túl hamar nem jöhetnek, nem? Figye, bár november közepén már ott van, hát eláll. Hát az egy hónappal előtte már le lehet már gyártani, nem lesz ez semmi gond. Le van fópakozva, aztán eláll. De mi a jövő évre sütetünk frisset. Jó. Jó? Jó, lejárt, csak úgy csináljuk, hogy van friss beigli. Most beszéljük meg. Hát diósat diós? Kérek, diós. Négy diós. Hát akkor már más. Ja, mákos. Meg két mákos. Jó, diós, mákos, meg legyen gesztenyés is, jó? Már az csak frissen jó. Jó, de vékony tésztával. Jó, vékony tésztával. Sok töltelékkel. Ja. Én azt kérem a Jézuskától, hogy velünk maradjatok. Remélem teljesíti puszi beúzs. De helyes vagy. Tehát azért Jézuska se tud mindent teljesíteni. Vannak dolgok, amiket vannak dolgok, amik nem biztos, hogy működőképesek. Na jó van, akkor jövétel karácsonyozunk. Mérnek, hol mérnek? Úristen, mennyi karácsony SMS. Mérnek Lövön Sopron irányában Füli küldte nekünk. Vettem egy grillezőt a férjemnek. A gyerek az apja előtt megkérdezte. Megmondhatom, hogy vettünk egy grillezőt? Nyár elején megvettem a karácsonyi ajándékomat. Atya úristen. De ne jó ez szumor. Már nyár elején megvettem a karácsonyi ajándékomat. 103.3 Vajna FM. Hát, tudja. Úristen, én megtaláltam a tavaly eldugott ajándékot. Akkor lesz ez idén is. Ez pedig István küldte nekünk. Ez is jó megoldás. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.